Második rész Amit a sáska meghagyott, megette a szöcskő, és amit a szöcskő meghagyott, megette a cserebogár, és amit a cserebogár meghagyott, megette a hernyó. Jó él, 225. Első fejezet Ezt a megkönnyebbülést nem értettem rögtön de nem is volt érkezésem a fejem törni, mi az értelme. Sürgősebb tennivalón volt, mint zavaros érzéseket elemezni. Fedelet kellett szerezni, ágyat, asztalt, mint Robinson, amikor a hajótérés után egy hullám a szigetre vetette, én is tutajjal mentem vissza az elsüllyedt hajóhoz, kétkeregű taliga volt ez a tutaj, hogy mentsem onnan, ami kell az élethez. Mindenki ezzel foglalkozott. A nagyvárosban éjjel-nappal túrták a romokat a lakosok. Olyan volt ez, mint az állandósult szeméthordás, de olyan is, mint valamilyen torz honfoglalás. Az emberek büszkén újságolták, hogy a szemétdombon, néhány hét előtt a lakásuk volt ez a szemétdomb, megtalálták a régi állóórát vagy a fürdőkádat. Mások perzsaszőnyegeket találtak, nem is mindig a sajátjukat is, nem is a saját lakásukban. Amikor véget ért az ostrom, vadregényes hónapok következtek. Egy budai szükséglakásban elhelyeztem néhány sérült, töredezett bútordarabot, és családostul ide költöztem. Három éven át, 1945. márciusától 1948. augusztusáig, amikor elhagytam az országot, ebben a lakásban éltem nagy csendben, de nem éppen elégedetlenül. Gőte azt mondotta, ha valaki arról beszél, hogy egy nemzet elpusztult, ásítani kezd, mert tudja, hogy amit hall, csak frázis. De azt hallja, hogy a szomszédban egy parasztház leégett, nyugtalanul alszik, mert tudja, hogy amit hallott, valóságos tragédia. Hasonlót gondoltam néha ezekben az években, Sokat beszéltek a nemzet sorsáról, és arról, hogy most már minden tökéletesen más lesz. Én csak azt láttam, hogy a nemzettel nem törődik senki, mert mindenki sietett tífuszoltást kapni és bevágatni a törött ablaküvegeket. És ebben a siető, sündörgő, sürgölődő tevékenységben volt valami bíztató. Az emberek gyanították, hogy a nemzetnek is jó, ha megint bevágják a lakásokban az ablaküveget. Minden, amit teli tüdősen történelemnek neveztek, elomályosodott, de a napi hír, hol lehet kenyeret, cipőt, orvosi segítséget kapni, valóságosan történelem volt. Így éltünk akkor a bombázott Budapesten. A romos bútorokat végül összecsirizelte a sarki asztalos, ezek a kézművesek közvetlenül az ostrom után a későbbi masszegségnek ezek az előőrsei, honfoglaló hősök voltak. Legtöbbje inkább csak virtusból dolgozott, inflációs fizetségért, tehát majdnem ingyen. Hiszen a Jancsi bankót, amivel munkáját fizették, napok, később órák alatt szétrágta a nagy csalás, a papírlepra, a pénzhígítás. Mégis akadtak, akik elvállalták a munkát. Az asztalos, aki a romos lécekből ágyat, asztalt, szekrényt tákolt össze, az üveges, aki bevágta az ablakot, a villanyszerelő, aki fényt lobbantott a romváros vakoskodó lakásaiban. Ezek az alkalmi honfoglalók és kétkezi keresztes vitézek majd mind régi, szociáldemokrata nevelésű szakmunkások voltak, akik a kaszinói becsületkódexes, virtuskodó Magyarországon megtanulták, hogy másféle becsület is van. Mindenfajta becsület között a legbecsesebb és legemberibb a munkabecsület. Néhány hónappal az ostrom után ezek a kézművesek összetákoltak a romokból egy Budapestet, ahol megint városi életet lehetett élni. Az utcákon szuronyos orosz járőrök köröztek, éjjel raboltak és vetkőztettek a szovjet katonák és ajasszok. De a romos lakásokban, mint a középkorban és az újkor elején, a vallásháborúk idején, rejtetten, csukott ajtók mögött megint emberi életet éltek a lakosok. Amikor visszacepekedtünk faluról Budapestre, így tákoltam össze én is valamilyen fedelet. Időnként elmentünk az elpusztult lakásba, de ezek a látogatások hamarosan csömört keltettek. Odállni a romok elé, mint a zsidók a sírotófal tövébe, és sopánkodni az elveszett otthon felett, gusztustalan vállalkozás volt. Amikor a legszükségesebb használati tárgyak valahogyan előkerültek a törmelékből, Felhagytunk a kísérteties látogatásokkal. Igaz, a könyveket nem szívesen hagytam ott penészedni. Megnyugvás volt, amikor akadt egy közeli könyves, aki elvállalta, hogy a szutykos, pépes szemétdomb egyvelegéből kiválogatja a kevés sérült példányokat. Megállapodtunk, hogy felesbe dolgozik, és kitetszett, hogy ez jó vásár volt, mert megmentett számomra néhány száz becses magyar és külföldi könyvet, a többit ő vitte el, és kiárulta, hogy tudta. Szerencsére sok olyasmit vitt, amitől szívesen szabadultam, tehát a divatos, szép irodalmi műveket, amelyekkel az elmúlt másfél évtizedben elhalmoztak a kiadók. Ez is könnyebbség volt. De a teljes Arany János az osztozkodásnál nekem jutott. Aztán egy fokhíjas jókai sorozat. Lexikonok, francia-német könyvek. Amikor ezeket rendbe raktam a polcokon, úgy tetszett, a szükséglakásban megint van egy szoba, ahol folytatni lehet azt a különös, gyanús mesterséget, amit Robert Muzil így nevezett jól menő íróság. A kedves mester megint odaülhetett az íróasztalhoz, és írhatott, ha éppen akart. A kérdés csak ez volt, kinek? És a másik kérdés, de ezt csak később fogalmaztam meg, minek? Minden esetre vigasztaltam magam, hogy okom van elégedetnek lenni. Megint egy szobában éltem, ahol a falak mentében a polcokon könyveket láttam. Az ország elpusztult, így mondták, de ez csak szóvirág volt. A valóságban az ország nem pusztult el, hanem nagy erővel kezdett élni. Voltak, akik sopánkodtak, mert elpusztult a lakás, a villaház, a pompás berendezés, aztán a bankbetét, a méltóságos uraság, az egész mesterkélt hierarchia, a neobarok úrhatnámság. Mások várták az amerikaiakat, akik visszakergetik a bolsevista oroszokat a Szovjetunióba, és aztán mindenki visszakap mindent. A háztulajdonos a házat, a földbirtokos a földet, és a fürgetollú, szapora, szavú író az olcsó sikert. Mindenki mástól várta, hogy majd segít. A parasztok sóváron szimatolták a földosztást, Ugyanakkor gyanakodtak, mert ezer éves tapasztalásból tudták, hogy amit ingyen adnak, azt vissza is lehet venni. Gyanakvásuk jogos volt. De általánosan mindenki várta, hogy az átmeneti helyzet véget ér és magyarosan, itteni módi szerint megint a régi jó élet lesz Magyarországon. A kommunisták pislogtak, és az első időben óvatosan taktikáztak. Ezt a lesipuskás, körültekintő taktikázást később a világpolitikában is megismételték. Néha léptek egyet, aztán körülnéztek, és lesték, mi lesz a következmény. A komoly ellenállást gyanítottak, óvatosan visszaléptek, hogy aztán a következő fordulónál kettőt lépjenek előre. Ez így ment két éven át, 1947 tavaszáig. Aztán meggyorsult a taktika a Kremlben megállapították, hogy a Jaltai Egyezményt lehet realizálni, és a szovjet birtokába veheti a nyugati peremállamokat. Amikor a Kremlben ezt eldöntötték, a Moszkvából hazaküldött magyar kommunisták komoly munkába kezdettek. A szükség lakásban lehetett lakni, és bizonyos rendtartással még írni is lehetett. Az ostromot követő első évben Közé adtam két regényt. Ezeket még a háború alatt írtam, de akkor nem volt módre áll, hogy megjelenjenek. És néha napló jegyzeteket írtam egy liberális napilapba. Hitegettem magam, hogy a változott körülmények között úgy élek és dolgozom, mint azelőtt. A romok közül libasorban előkerültek a régi barátok. Mégis valami lényegesen megváltozott az életemben. Egy napon aztán megérthettem, miért éreztem megkönnyebbülést, amikor az ostrom után viszont láttam a romos házat, ahol másfél évtizeden át éltem, és ahol minden elpusztult, ami személyesen jelentett számomra valamit emléket, légkört. Elmondom ezt, ahogy tudom. De előbb szeretnék még ideírni valamit. Második fejezet. Nem tudom más, hogyan van ezzel, de ha a városra gondolok, magyar vagy idegen város, mindegy, elsősorban nem képet látok, hanem néhány zenei taktust hallok. New York vagy Párizs, Kolozsvár vagy Berlin, ha valamilyen ötlet, véletlen, eszmetársítás megvillantja tudatomban egy város nevét, zenét hallok. Mintha egy dallam, néhány zenei ütem jelentené számomra a város értelmét. Például, ha kimondják előttem New York, nem az Empire State Building századik emeletéről belátható Manhattan látképe világosodik meg, hanem egy pillantra hallom Görsvin Rhapsody in Blue jának néhány ütemét. Ennek a nyívó, vonító, fájdalmas, kélyes, neurotikus zenének néhány taktusát. Nem tudom, mi az oka ennek a melodikus város emlékezésnek, hiszen máskülönben soha nem hallok zenei előjelzést, ha emberekre, tájakra gondolok. A tudatfenoménok között számomra a félelmes és titokzatos tünemény az emlékezés mechanizmusa. És ez a taktusos, dallamos egyidejűség, amit egy város nevének említése villant meg eszméletemben, épp úgy érthetetlen, mint általában az emlékek tárolásának és előhívásának rejtélyessége. Mintha egy dallam számomra egy város védjegye lenne és nem tudom lemérni ennek a melodikus beintésnek időtartamát, hiszen az emlékezés futószalagján rögtön következnek a vizuális képzetek, dallam nélkül. Ezek a városképek emlékezetemben mindig szürkék, soha nem színesek. Hogy álomban sem látok soha színeket, mindig csak fekete-fehérben álmodok. Budapest az egyetlen város, amelynek emléke nem dallamot idéz eszméletemben, hanem versorokat. Például néha gépiesen kapcsolja ezt az üvöltő kétségbe esett Mi miközben nékem a világ bűnéhez. Jónás üvölti így a gyönyörű babics poémában. Jónás, amikor megérti, hogy nincs gondviselés, csak tények vannak. Ez a sor néha átvillant a tudatomon, amikor Budapestre gondoltam, mint a magnetofon hangérzékeny szalagján a rögzített szöveg úgy szólalt meg. De vannak ezen a hangszalagon másféle verses rögzítések, melyek számomra városnevek idéző ösztönzésére reflexszerűen megszólalnak. Olyanok is, amelyeket én írtam, régen, amikor még néha verset írtam. Az ostrom alatt pöngettem néhány ilyen verses rímes rigmust, nem vagyok költő. Hiányzik az idegzetemből, a tudatomból az a sűrítő energia, ami a költészet ami egyetlen szóban, mágikus, néha démonikus kapcsolással úgy katalizálja az indulat és az értelem elemeit, mint a begerjesztett atom maga protonokat és neutronokat. De írtam néha ritmusos sorokat, és a sorvégen néha csörrent egyet a barbár ékszer a rím. Volt közöttük, ami úgy festett, mint a vers, de a sűrű, robbanékony feszítő erő hiányzott a versenyből, és ilyen töltés nélkül nincs költészet. Mégis az ilyen házi készítésű verssorok is megszólaltak néha, amikor Budapestre gondoltam. És az ilyen sorokat rögtön követte az állókép, amely az emlékezés tárházából előkerült. Egy budapesti utcasarok vagy emberi arc. Mintha a versor egy emlékalbumban kísérő szöveg lenne a képhez. Mert Budapest, és aztán minden, ami ehhez a fogalomhoz tartozik, Számomra miniatűr állóképekben maradt meg. Apró fényképek, emléksorozata ez, sok miniatűr egy albumban, melyet időnként fellapozok. Ezek a képek nem cselekményt mutatnak, mint a filmszalag, hanem rögzített, merev ábrákat. És ahogy a flamand mesterek miniatűrjén elfért egy középkori város, éles vonalakkal, bástyákkal, templommal, vérpaddal, csúcsos tetejű házakkal, a parányi téren ácsorgó locsifecsi lakosokkal, úgy maradt meg számomra érzékletesen, vékony keretes állóképekben mindaz, amit abban a három évben, az ostrom után és az önkéntes exilium időpontja között Budapesten megéltem. Ezek a képek nem mozognak, a történelem mindig állókép, mert ami megtörtént, az halott. Úgy is nézem budapesti emlékeimet, mintha egy családi albumban halott rokonok, ismerősök, üvegszemű, merev pillantású, kisé nevetséges, kisé félelmes ábrázatát nézegetném. 25 év, tehát kurta emberöltő telt el a pillanattól, mikor utolszor láttam Budapestet. Ebben a 25 esztendőben ritka volt a nap, amikor nem lapoztam fel a különös emlékalbumot, Ritkán esett meg, hogy nem gondoltam Budapestre. És mindig a szolidaritás érlökése dobbant egyet a tudatomban, amikor a szép, különös városra gondoltam. De nem volt egyetlen nap ebben a negyed században, amikor nosztalgiával gondoltam volna Budapestre. És valahányszor arról álmodtam, hogy hazamentem, megint otthon vagyok Budapesten, ez mindig kínos, szorongásos álom volt és a felébredés nagy megkönnyebbülés, mert íme csak álom volt minden. Negyed századon át idegenben, néha fogvacoktató közömbösség, oceánikus közöny közepette, mindig újra megnyugvás volt a tudat, hogy volt erőm eljönni onnan, és nem éltem meg ott mindazt, ami ebben a 25 évben történt. Néha azt hittem, ez a megnyugvás, ami ébredéskor a lidércálmot követte, gyávaság. Örülök, mert volt erőm idejében eljönni a veszélyzónából. Nem kellett akaratlanul és ellenkezéssel, de az ott maradás puszta tényével cinkoskodni mindabban, ami ott bekövetkezett. De ez olcsó magyarázat, kibúvó. A valóság más volt. Mindennek alján, amit az otthonnal, Budapesttel kapcsolatban ezekben az években gondoltam, éreztem és álmodtam, annak a pillanatnak emléke pislákolt, amikor megértettem, miért öntött el tudatomat, mint egy forró, vértódulásos szédülés, a megkönnyebbülés, amikor faluról jövet megláttam a romhalmaszt, ami otthonomból megmaradt. Erre a pillanatra sokszor visszaemlékeztem. Soha nem rokon szenveztem a roményencekkel. Nem értettem Gandit, aki új delhi pompás palotáinak láttára egy holdvilágos éjjel átszellemülten suttogta. Milyen gyönyörű romok lesznek ezek. Amit láttam, nem volt gyönyörű. Harmadik fejezet. Vigyázz itt, vérbe lépsz, ez itt a sáros bástya, a hullák még az égre néznek. A mélyből füstjel üzen fel az égnek. Len ég valahol a Krisztina város, a baltából a citerás cigánynak nyoma veszett, csak bűz maradt, s az árnyak, és a vártemplomban összefekszenek döglött lovak és halott hercegek. Negyedik fejezet ez nem volt költői túlzás. Délelőtt a hideg márciusi fényben a Dunán túlon még dörögtek az ágyuk, Tolbuhin szovjet marsall csapatai verekedtek a Bécs felé visszavonuló németekkel és a magyar nyilasokkal. A budai Mátyás templomban valóságosan láttam a hercegek síri előtt a kőpadimentumon két ott felejtett döglött lovat. 1945 tavaszán történt ez, tehát esztendővel később, mint amikor az emlékezetes névnapon utoljára ült együtt a család. A bástya sétány korlátjának könyökölve élesen lehetett látni a mélyben a képet, a változást, ami egy év alatt bekövetkezett. Ezen a márciusi napon csak azért mentem a várba, mert kerestem valakit, de nem találtam, akit kerestem, mert meghalt. Akkor még nem szólt a telefon Budapesten. Elevenekről és holtakról csak egy módon lehetett biztosat tudni, ha gyalogosan felkerestük őket. A ház is meg ahol a személy, akit kerestem, az ostrom előtt lakott. A vár 6000 lakósa közül 600 maradt a helyszínen, a többi meghalt vagy elmenekült. Végig sétáltam a vár keskeny utcáin, a magyar Fobourg Saint Germain szerény groteszk a hulladékai között. Olyan volt ez a séta, mint amikor Ulisses lenéz Hádész gödrébe. A bástya sétány végében fél tucat régi ágyúcső, a hadtörténeti múzeum állította ki ezeket a török időkből megőrzött hosszú bronzcsöveket, a helyén maradt. Az ágyuk mellett ott csilbakolt a figyelmeztető tábla ezzel a szöveggel. Kéretik az ágyúcsöveket nem fogdosni. Ez a muzeális aggodalom régebben is meglepett, amikor majd minden nap a közben erre mentem. Mert azt még érteni lehetett, hogy a hivatal óvja a polgári lakosságot az ágyuktól, de sehol máshol külországban nem láttam, hogy az ágyukat óvták volna a polgári lakosság fogdosásától. Végigmentem a bástyán, megálltam a gránit lépcső magasságában, és a korláton át lenéztem a mélybe. A hivatalos kommunista propaganda szövegírói ezt az időpontot, a második világháború befejezését így nevezték el, a felszabadulás időpontja. Úgy emlegették ezt, mint az új időszámítás értékettségét, az új Krisztus előttöt és Krisztus utánt. Úgy gondolták, a magyar nép felszabadult a nácik terrorja arról, és most már szabad elviselni a kommunista terort. És voltak sokan, akiket származásuk vagy meggyőződésük miatt üldöztek a közelmúltban, ezek számára a szovjet hadsereg érkezése egyértelmű volt a felszabadulással, mindaddig, amíg megtudták, hogy most már szabad raboskodniuk a szovjet gyarmatbirodalmába. Mások az ország népének túlnyomó többsége nem érezte felszabadulásnak azt, ami bekövetkezett. A magyar nyelv tömör, de szellemében hajlamos a retorikusra és a patetikusra, szűkszavúan retorikus, és ezért azt, ami a szovjet hadak érkezése nyomán megvalósult, realista fogalmazással így határozták meg az ostrom után és az ostrom előtt. Személy szerint nem éreztem semmiféle felszabadulást, nem is volt módom sebeket mutogatni. Mások mérhetetlenül többet szenvedtek és vesztettek. De most, amikor a magasból megláttam a romokat, ahol nem régen éltem, megértettem, hogy a mélyben a nyomorúság és enészet közepette. A történelmi szemétdombon nem csak az otthonom semmisült meg, hanem elpusztult egy karikatúra. Felszabadulás nem volt sehol, bennem sem, a környező világban sem de megszabadulás volt, mert végre megsemmisült a karikatúra. Legalábbis akkor így képzeltem. Még nem tudtam, hogy az energia megmaradásának törvénye nem csak a fizikában, hanem a személyes sors térfogatán belül is érvényes. Soha nem pusztul el teljesen a fenomén, aki az organikus valóságon túl is alkotja a személyiséget. Az ember élete során nem csak cselekszik, beszél, gondolkozik és álmodik, hanem hallgat is valamiről. Egész életünkben hallgatunk arról, aki vagyunk, akiről csak mi tudunk, és amit nem lehet senkinek elmondani. De mi tudjuk, hogy az, akiről és amiről hallgatunk, az igazság. Mi vagyunk az, akiről hallgatunk. De miért hallgatunk ilyen aggályos, merevgörcsösen? ró egyik könyvében, amikor írta, már nem volt udvari író, egy párvenű felség dögól udvartartásában, arról beszélt, hogy az ember élete során azt hiszi, valamilyen nagy titkot őriz. De ez tévedés. Az ember nem éjszakfok, titok, idegenség, ahogy Adi jajongta, hanem egy marékra, kis szutykos bugyorra való apró titkok összessége. Ezeket a vacak kis titkokat őrzi, görcsös, eszelős áhítattal, de kár őrizni ezt a titokszatyrot, mert rövidesen, a halál pillanatában, néha már előbb is, kitetszik, hogy nem volt itt semmiféle nagy titok. Csak hulladékos, apró titkaink voltak, melyeket meg is lehetett volna mutatni az embereknek, nem volt érdemes rejtegetni. A szerep titkai, a becsvágy, az irítség, a család titkai, a szexus titkai próteuszi alakzatban, ahogy pszichoanalitikusok az altestnek ezek a talmudistái mondották volna. Érdemes volt mindezt rejtegetni? Most azt hittem, a nagybetűs történelemben megsemmisült a torzalak, aki eddig voltam, és akit vállalnom kellett, mert a gúnyrajz a valóságban én is voltam, és a gúnyrajz eltakarta azt, aki nem tudta, nem ismerte megmutatni magát, hiszen az ember nem csak az, aki, hanem mindig önmagának karikatúrája is. A gúnyrajz nem humoros, derűs, hanem mindig keserű, komisz, bosszúálló. Úgy képzeltem, végre elpusztult a polgári író, aztán az urbánus, vagy éppen a dendi. És nem tagadhattam, az is vagyok, akit a karikatúra mutatott és címkézett. Nem bizonygathattam, hogy a torzrajz mögött van egy másik, akinek semmi köze a dendéhez, a polgári íróhoz, aztán a kalandokat hajszoló, neurotikus élményvadászhoz, a sportszerűen könyveket, cindarabokat, újságcikkeket író, vivőrszerű lényhez, a mániákus vándorlegényhez. Mint a kikopogós játékban, a gyerekversben, nem kiabálhattam, hogy nem ér a nevem, mert ez és még más is voltam. De egy pillanatra, igaz, ez történelmi pillanat volt. Azt hittem, végre elpusztult ez a személyes félreértés, a karikatúra. Végre az lehetek, aki vagyok. Így képzeltem egy pillanatra. Szép, felejthetetlen pillanat volt. Mint minden pillanat, amikor az ember felszabadultan, őszintén hazudik valakinek, saját magának vagy másnak. Még nem tudtam, hogy az ember soha nem szabadul meg teljesen attól a félreértéstől, ami személyével kapcsolatban alakot kap. Nem szabadulhat meg, mert a félreértésben van igazság is. A gúnyrajz, amit a világ tükröz, éppen úgy ő, mint a másik, akiről egy életen át merev görcsösen hallgatott. Ezért a bástya sétány magaslatáról nem kezdettem ótestamentumi, ezékieli haraggal üvöltözni, Önvád nélkül szemléltem a feldult temetőt a mélyben, ahol ott enyészett minden, ami az életem eddigi kerete és tartalma volt. Inkább azt gondoltam, hogy nagy de végre. A mélyben a romok között, így képzeltem, ott enyészik penészesen a polgár, aki voltam. A romos házak pincéiben, a lyukas háztetők alatt emberek vánszorogtak, akik a polgársághoz tartoztak. Az a napfényes üresség ott a mélyben nem régen a lakásom volt, ahol polgári életet éltem. Nem volt úri lakás, más volt. Egy polgári író lakása volt, hozzánk tartozott, mint egy viseltes, jól szabott ruhadarab, melyet szívesen ölt fel az ember, hiszen független az életkor és a divat változásaitól. Ebben a levegős ürességben, ami a lakásom volt, másfél évtizeden át éltünk, amikor a hat éves párizsi tartózkodás után visszamentünk Magyarországra. Most egy pillanatra megint a vértódulásos lobbanás. Talán hiba volt visszamenni. És rögtön a válasz, nem volt hiba, mert csak magyarul tudok írni. Ennek az ürességnek térfogatában, a lakásban, ami nem volt többé, írtam négy tucat könyvet, aztán ezer és ezer cikket, vázlatot, színes lírumblárumot. Itt tanultam ki, Legge úgy, ahogy, és miveltem a mesterségem. Minden okom megvolt, hogy jajongjak, mert elpusztult az, ami kívülről összetartotta és megőrizte azt, aki voltam. És megint a szédülés egy pillanatra. Nem tudtam olyan őszintén, megrendülten sajnálni azt, ami ott a mélyben elpusztult, mint illet volna. Nem tudtam sivatagi profét a módjára vonítani és síratni azt, ami elpusztult, mert volt ott valami a mélyben, amit nem szerettem. Volt sok érték, sok szépség, sok becses illúzió, de semmi nem volt az, aminek mutatta magát, aminek hittem, és semmi nem volt igazán a helyén. Polgár voltam, ha karikatúra is, ma is az vagyok, öregen, idegen hazában. Polgárnak lenni soha nem volt számomra osztályhelyzet. Mindig azt hittem, hivatás ez. A polgár számomra a legjobb emberi tünemény volt, akit a korszerű nyugati műveltség alkotott, mert a polgár alkotta meg a korszerű nyugati műveltséget, amikor egy előregedett társadalmi hierarchia megsemmisült, egy megbillent, tótágost álló világrenden belül a polgár teremtett egyensúlyt. Az emberi fajzat társadalmi értelemben sem tud pártos nélkül élni. Ha elveszik tőle a nemzet és a faj pátoszát, adni kell osztálypátoszt, vagy valami mást. Nem bírják ilyesmi nélkül. Lenin nem hitt a proletár osztályöntudatban. Tudta, hogy a proletár nem osztályöntudatos, ezért be kell helyettesíteni a párt mítoszával, a proletárság hiányzó osztálymítoszát. De ez a párt nem volt osztályöntudatos proletárok rohamcsapata. Plebejusi tömrülés volt, amely meghirdette, hogy a kuponvágó, a javakat és termelési eszközöket kisajátító polgárságnak vége. És ez igaz volt. De nem beszélt arról, hogy a városépítő, műveltségalkotó, Európaépítő polgárságnak új szerepe van, felemelni az alaktalan tömegeket a polgári életforma térfogatába. Mert ez történt mindenütt nyugaton. A magyar nyomtatványokban, melyeket abban az időben sajtónak neveztek, már elhangzottak a torok köszörülések a polgárság új haladó szerepéről. A kommunisták tudták, hogy értelmiség nélkül tehetetlenek, és ezért cincogni kezdették a mandolinos virágénekeket, a reakciós szerepét vesztett polgárság nyomában most végre igazi szerephez jutott haladó liberális polgárságról. A rossz ízű pesti vicc élt a gyanúperrel, hogy ezek a trubadórok saját tehetetlenségüket akarják pótolni, amikor csalogatják a polgárt a pártba, és kinyilatkoztatják, hogy nem csak az lehet bakteriológus, akinek bakter volt az öregapja. Voltak értelmiségiek, akik gyanították, hogy a polgárnak most nem trubadúrokra lenne szüksége, hanem szavonarólákra, akik felrázzák Alil trémületéből. De ilyen polgári szavonaróla nem volt sehol. Ezzel az osztályjal, a polgársággal örökképerem volt. Én a felvidéki polgári ivadék soha nem éreztem otthon magam abban a budai polgári lakásban és szerepkörben, ami most a romok között tenyészett. Hiányzott számomra mi is? A légkör. A megtartó az eleven polgári légkör. Kassán nem hiányzott soha. A kolosváriakon sem éreztem ezt a légszomjas tátogást a légkör hiányát. De minden, ami Budapesten körülvett, a kormányfőtanácsos, a méltóságos úr, a cselédnyúzó nagysága, a lipótvárosi plutokrata. Ő volt még a legjobb fajta ebben a felemás, állpolgári pesti panoptikumban, Mindez nem volt számomra eleven polgári légkör. Igen, mint én magam, ez is csak karikatúrája volt annak, aminek emlékét kassáról elhoztam, és hűségesen őriztem. Most megértettem, hogy én ebben a környezetben, a jól menő íróság keretében soha nem éreztem otthon magam. Valamit kerestem, valami örökki hiányzott. Mi? Az, hogy a magam világában a saját levegőm lélegezzem. Ez hiányzott, és talán ezért utaztam el innen ezekben az években, amikor csak lehetett. Mindig. Évtizedeken át. No, de most végre megérkeztem, gondoltam, és figyelmesen néztem a levegő semmit, ami megmaradt. Ötödik fejezet itt most pihenj meg, ülj a járdaszére, a gránit lépcső itt zuhan a mélybe. Az ablak előtt nyári reggel boldog fényben itt lengtek a lombok, Az ablak mögött regényt írtál, ájult másodpercekben az ég is kitárult. Itt voltál költő, sírtál, térdre bukva. Nézz jól körül, ez volt a Mikó utca. Hatodik fejezet Mert volt itt sok minden, amit érdemes volt szemügyre venni. A légköbméterek mellett, ami a lakásomból maradt, közvetlen szomszédságban puposodott egy pépes szemétdomb, ami valamikor kosztolányi háza volt. Egy emeletes kis budai ház volt ez, talán négy szobás. A kapu mellől jobbra nyílt a költő dolgozó szobája. Ezt a szobát természetesen a mennyezetik megrakták könyvekkel, ahogy ezt a nyájas olvasó elvárta egy költő dolgozó szobájában, de a költő, aki ebben a szobában élt, a könyveket nem szobadísznek használta, hanem feltetően mindjét olvasta is. Azt hiszem, az európai írók között a magyar írók voltak a legszorgalmasabb olvasók. Magyarországon az olvasás szorgalmi feladat volt az írók számára – az írásnál is fontosabb, mert a magyar nyelv még nem süppett meg olyan sűrűséggel az irodalmi tudat rétegeiben, mint a német, vagy az olasz, vagy a francia. Ezek az európai nyelvek állandóan kaptak tápanyagot a nyelvi peremvidékről, a teutomból, a latinból, a szlávból. A magyar nyelvet nem tárolták sehol. Szavait úgy kellett összeszedni ezer éven át, kölcsön szavakból, amelyek néha idegenek voltak a nyelv szellemétől. A magyar költő, ha felásta tudatának mély rétegeit, nem mindig talált az új tüneményekre érzékletes fogalmakat, fedőszavakat. A nyelv, mintha évszázaddal hátrébb álmodozott, darvadozott volna. A magyar írók a 20. században is olyan mohón, kíváncsian, zsugorian olvastak, mint akinek sürgős feladata van. Ezer év magányosságának, hallgatásának, asztmatikus léghiányának murasztásait kellett pótolni, mert kevés szavuk volt, kevés ahhoz, hogy elmondják önmaguknak a nagy titkot, a magyart és aztán a műveltség felfedezéseit. A műveltség fogalmai egyidejűek voltak más népek számára, a nagy nyelv területeken a fogalmak állandóan áradtak vegyültek és sűrűsödtek. A magyar nyelv szószegény maradt. Shakespearenek, így mondják, harminc ezer szava volt. Hány szava lehetett balassának, pázmánynak vagy zrényének? Ezért az írók mindenkorban, amikor írtak, septiben becsempésztek a vérszegény, csontos sovány nyelvbe idegen tápanyagot, néha felismerhetetlenül, néha jóízűen kendőzték a jövevény szót mert minden kevés volt. Mert nem csak óvni, gyomlálni, tisztogatni kellett a gyönyörű, magányos magyar nyelvet, hanem olvasás közben fel kellett tölteni más nyelvek ingereivel. Egyetlen rokona volt a világban a finn, de ezt a rokont a finnugor szakos nyelvészeken kívül már senki nem értette. Vitaminozni kellett a nyelvet, amely még mindig ezer év európai nyelvgyakorlat után is szomjasan szívta magába az idegen táplálékot. Egy cseh író a írás közben kifejezési hiányérzete támadt, szórakozottan belenyúlt a szomszéd, orosz, lengyel vagy délszláv nyelvjárások mellén zsebébe, és rögtön megtalálta, ami hiányzott. De a magyar kitől kérhetett kölcsön? Ezt a vérszegény szellemi metabolizmust táplálták a magyar írók, amikor olvastak. Itt olvasott és írt Kosztolányi jobbra. Vessünk egy pillantást jobbra. Itt látható, ami a költő szobájából megmaradt. A törzsek, amelyek a nyelv gyökeit hozták, amikor elindultak, levédi a mocsaras vidékéről, átjöttek a Kárpátokon, és lassan ereszkedtek le a Dunatisza völgyébe kevés szót hoztak magukkal, és nem olvastak. Amikor a magyar törzsek az úttalan őserdőkön át útnak eredtek, más népek, a görögök, a kínaiak, a hinduk, már olyan sokat olvastak, hogy elvásott tudatukban a sokféle szó. De a magyarok, így mondják a lingvisták, az indulás korában még a felső vadság állapotában voltak. Kevés volt a szavuk ahhoz, hogy elmondják Európában mindazt, amit addig tapasztaltak, gondoltak nem tudták megértetni magukat azokkal, akiknek már sok szavuk volt. Elnyűjt, gyűrött szavaik is voltak, nem tudtak eszmét cserélni. Az eszméhez szó kell. Szó nélkül nincs csere, csak bizsergés a tudatban, mint a hangyamászás a bőrön. És félkézre négy vagy öt újra való számérjük volt csak, és nem siettek szavakat csinálni, hogy hazát foglalni sem siettek, mert nem volt térképük sem meghatározható úti céljuk. Nem hazát kerestek, hanem legelőt. A költők voltak azok, akik a legelőből később hazát csináltak. Mindig a költők csinálnak hazát a legelőből. Ez a punnak volt igaza, amikor meghirdette, hogy a költészetben kap igazolást minden, amit a népek akarnak. Például Virág Benedek itt a szomszédban, a víziváros egyik odvas odujában, ahol lúttollal körmölt virágéneket, Kosztolány írt róla így, leírta, hogy a Kristinavárosból függetlenül a tértől és az időtől, ami a szellem számára éppen úgy nincsen, mint hogy nincs az astronauták számára az űrben, egy reggel elmegy a vízivárosba és meglátogatja a öreget. Felolvassa a versét, és az öreg költő, dicsérvén a poézis hatalmát, átnyújtott volna versemért egy almát. Más úgy sem adott a költőnek Magyarországon semmit, mint néha egyik költő a másiknak egy almát. Kosztolányi, mint virágbenedek, mint minden magyar költő, tudta, hogy a szlávok és germánok között egyetlen igazi hazája van, csak a magyar nyelv. Minden más, minden időben ködös volt, imbolygó, változó, a határok, a népesség. A nyelv megmaradt, mint a gyémánt. És mindig újra köszörülni kellett, hogy cikrát vessen. Ezt csinálta Kosztolányi. Ezért olvasott szemüvegesen éjjel és nappal a szobában, aminek helyén most a szemét dommart. Ez az urbánus író és homo esztétikus mint egy frakkos zsebtolvaj az úri társaságban ová besurrant, a világirodalom volt ez az úri társaság, olvasás közben állandóan elcsent valamit a magyar nyelv számára. A magyarok lovon vagy lovas taligával kétkerekesen epos jöttek át a kárpátok hágóin. Később hivalkodtak, hogy a magyar lovas nép. Virág benedek korában talán még az volt. Kosztolányi korában már nem volt az akármit mondtak, akik lovas pólóztak, vagy lóversenyistállót tartottak. Ebben a korban, melynek törmelékei most szanaszét hevertek, a nép már nem lovagolt. A lovas nemzet most már megosztotta a szerepeket. Volt, aki ülte a lovat, és volt, aki ette. Utóbbiek többen voltak. De be kellett fejezni a honfoglalást, nyelvet kellett teremteni, nyelvet, amelynek világosságával és kifejező erejével értelmet kap a táj, a jószág és az ember. Ezért a költők évszázadokon át állandóan olvastak. Az ősmagyar rovás nem volt írás, ahogy a tolték, azték, maja, zsinórjel sem lehetett verset, sem regényt írni. Ahogy nincs egyiptomi irodalom, mert az ábra merev, nem mozog, mint a betű. Képírással lehetetlen leírni ezt, Ó, lassan száj és hosszan énekelj. Ezt a hiányt, a betűt, amiből szavakat lehet rakni, sürgősen pótolni kellett, mert amíg ez nem történt meg, értelmetlen maradt minden a magyar számára, és értelmetlen maradt ő is a világ számára. A szellem dadogó nomádja volt, állatias csavargó. Ezért csürgősen írni kellett betűkkel. Ezért írt a bajuszos Berzsenyi, a meghatóan Don quixote Kazinci, és az áruhás forradal arany, vagy a pipázó, hasas és bájos eltöjenő, vagy a légszomjasan sipoló, hörgő, lázas, zseniális babics, vagy a gügyögő szépernő. A gogenes ornamentikába menekülő József Attila, a vadflátuszú nagyszerű öreg kamasz nem csak írtak gyönyörűségből, hanem olvastak is szuszogva. Minden korban, minden megközelíthető nyelven olvastak. Fordítottak németből, perzsa kádenciákat, angolból kínai írát, mindent műveltek, mert fel kellett tölteni a magyar nyelvet a szükségesen túl a felesleges szavakkal. Tudták, hogy a feleslegessel kezdődik az irodalom. És az irodalommal kezdődik a nemzet. Kosztolányi, mint minden magyar író, itt len, a pépes tenyészetben, ami otthonából maradt, úgy táplálta és fertőtlenítette a magyar nyelvet, mint egy járványorvos fertőzéses időben a nagy beteget. Hetedik fejezet Ebben az időben, a második világháború befejezését követő esztendőben, töménytelen könyv jelent meg nyugaton az író angazsáltságának kötelességéről. A könyvek legtöbbje marxista szempontból vizsgálta, mi az irodalom és mi az író feladata az osztályharc idejében. Egy ilyen könyv eljutott Budapestre, Szárt írta. A könyvből megtudtam, hogy nem vagyok szabad, mert még nem valósult meg az osztály nélküli társadalom. A könyv abban az időben tanulságos olvasmány volt. A kommunisták siettek meghirdetni Magyarországon, hogy a legtöbb szépirodalmi mű, amit a közönség, tehát a monopolisztikus hatalommal rendelkező polgári osztály ebben a században olvasott, kártékony irodalom. Szárt nem ezt mondotta. Elismerte, hogy a polgári századok, tehát a 19. és a 20. század nagy írókat szólaltattak meg, de ezek az írók, így írta, nem voltak szabadok mert közönségük megkövetelte, hogy realista, naturalista vagy akár romantikus művekben a polgári világrend illúzióit mutassák. Kinek írtak ezek az írók? kérdezte megvető, szónakias a Sartre. A kérdés baljós fenyegetésként visszhangzott egy csalódott értelmiségi nemzeték tudatában. Csak ugyan, Kosztolányi házának romjai felett időszerű volt a kérdés. Ebben a században, pontosabban két világháború között, a trianoni Magyarországon, kinek írtak a magyar írók? Ki volt a közönség? Például kinek írt Kosztolányi? A 17. század végéig az írónak nem volt közönsége. Így prelegált Sartre, mert a feudális rend letűnéséig az író, mint társadalmi fenomén, a mecénásnak írt, tehát a hercegnek vagy a püspöknek néhány könyvbarátnak. Ebben az időben az író klasszikus volt, csak merev és szigorú hierarchikus szabályok szerint volt módja alkotni. A 18. században és aztán a XIX. az írónak már volt közönsége a polgárság, melyet szárt és a marxista értelmiségiek makacs következetességgel úgy ábrázoltak, mint osztályuralmi rögeszméktől megszállott szörnyetegeket, a termelőeszközök kizárólagos birtokosát és haszonprincípiumtól mániákusan ösztökélt uzsorások kegyetlen érdekszövetségét. Az író így bizonygatták, most már csak akkor írhatott, ha új gazdájának, a polgárságnak eszmét és érdekét szolgálta. Bizonyos, hogy mindenkorban volt ilyen író is. Arról nem beszéltek, hogy a feudális klasszicizmus kényszerzubbonyából kiszabadult író a polgári hierarchiában végül is olyan szabad volt, hogy meghirdethette az afklerizmust, a francia forradalom eszméit. Közönsége, a polgár nem csak bátorította erre, hanem elvárta az írótól a felszabadító szavakat. Máskülönben is sántított ez az okoskodás. Az írónak a könyvnyomtatás feltalálása előtt is volt közönsége. A görög és római drámaírók bemutatóin nem csak a kiváltságosak tapsoltak, hanem a névtelen közönség töltötte meg a színházakat. Shakespeareért nem csak művelt könyvbarátok lelkesedtek, akik már a fólió kiadásból ismerték a hamletet, hanem a Mizere plebs, a kakasülők krajcáros publikuma, írástudatlan népség. Az írónak osztályfeletti közönsége volt a pillanatban, amikor feltalálták a könyvnyomtatást, és a könyv megszűnt műtárgy titokzatos kegytárt lenni. Száz évvel Gutenberg után Cervantes regénye már bestseller volt. Erasmus kiadta gúnyiratát a balgaságról, és a könyvet akkori fogalmak szerint tömegek vásárolták és olvasták. Mindenütt a világban, ahol a polgárság vette át a társadalmi vezető szerepet, Hívták a könyvet. Ennek a polgári szerepnek társadalmi tényét elismerték, de a szerep jogosultságát tagadták a marxisták. Egy értelmiségi nemzedék a XX. században a felszabadult író jövőjét az osztály nélküli társadalomban látta. Csak kevesen akadtak, akik gyanakodtak, hogy az osztály nélküli társadalomban, ami nincs, soha nem volt és nem is lehet, mert osztály nélkül csak tömeg van, nincs társadalom. Az író, akire a tömegnek soha nincs szüksége, hamarosan a társadalmi lomtárba kerül. De kinek írt Kosztolány? És Babics, Adi és Móric? Semmi esetre sem a nyeglet gentrinek, nem is a megtollasodott bugrisnak. A jó írók, akik az irodalmat evangéliumi híradásnak érezték, írtak sokszor visszhang nélkül, mindig szerény, néha nyomorúságos életkörülmények között. De kinek? Az olvasmányos, kényelmes, kispolgári irodalom sikerlistája mellett volt egy igényes magyar irodalom. Ki olvastak? A paraszt nem olvasott. A szociáldemokrata nevelésű városi munkásság elitrétege olvasott, de mit? Magasabb volt a szép irodalmi színvonala, mint a kispolgári olvasó igénye. Olvasták jókait, és igazuk volt, mert magyar nyelven ma sem lehet igazabbat, szebbet és jobbat olvasni. Aztán olvasták olcsó kiadványok, füzetes vállalkozások jóvoltából, néha a párt amit a polgári értelmiség haladói a kezébe adtak. Azt a nyugati irodalmat, amely a dolgozó tömegek jobb sorsáért érvelő írók Zóla Wells műveit prezentálta. De magasabb szellemi erőfeszítést követelő művekhez már nem volt készültsége. Az olvasót aki megértette kosztolányit és igényes kortársait, az író számára kötfátyol akarta. A nők olvastak érzékenyebben és többet, mint általában az osztályuk béli férfiak. Nem csak a bakfisok, kékharisnyás, irodalomrajongók, hanem a nők, mint osztály, mintha a nő olvasó is remélte volna, hogy az író meg tudja mondani, amit az olvasó gondol. Olvasott az egyetemi ifjúság, abban az időben még nem tódultak a technikai szakokra fiatalok. Volt még érdeklődés a humaniórák iránt. Ha nem is olyan bensőséges, mint középiskolás koromban, a század elején, amikor messze túl az önképzőköri kötelező olvasmányok könyvlistáján, hatodikos diákok vetélkedve olvastunk mindent, ami a világirodalomból néha tökéletlen fordítások alakjában eljutott hozzánk. A felvidéken és Erdélyben az elszakított országrészeken élt egy értelmiség, amelynek számára a trianoni évtizedekben, kisebbségi sorsban a jó magyar könyv életigény volt. A felvidéki és erdélyi magyar zsidóság ebben az időben többet áldozott magyar könyvre, mint a Dunatisza közi birtokos osztály egésze. Aztán volt Magyarországon egy csendes, elszegényedett, elhivatalnokosodott kisnemesi értelmiség, amely rosszant kúriában vagy másodrangú városi lakásban őrizte az irodalmi műveltséget. Nem voltak sokan, de hívó, ösztönző szerepük volt. És ez a szemérmes magyar olvasó csak nem láthatatlan volt. Az oti vendégfal eltakarta az ország valóságos társadalmi állapotát. A főnemesség 67 után már nem vállalta a műveltség óvó szerepet legtöbbje úgy viselkedett, mintha az ország hitbizomány és vadászterület lenne. A tolakodó gentry, és a szerepéhes bugris irodalmi színvonala szánalmasan alacsony volt. De apám kassai könyvtárszobájában, az üvegajtós könyvszekrényben sorakozó magyar és külföldi könyvek nem voltak szabadísz. És ilyen könyvtárszoba több akadt vidéken, mint Pesten. Valahol volt az olvasó, de a magyar író nem látta olvasóinak arcát. Az írónak szüksége van arra, hogy ismeri az olvasó arcát. Nem a szerzői est mutatványos bódiában akarja látni ezt az arcot másképp, úgy, mint ahogy a szellemidéző látja materializált plazmában a megidézett személyiség körvonalait. Egy irodalmi mű nem csak az, amit az író, és a könyv mond, nem is az előadás mód, hanem első rendűen az atmoszféra, amely a könyvet körülveszi. Ebben az atmoszférában lesz a könyv eleven, máskülönben olyan, mint a légkör nélküli kihűlt égitestek, melyek fénylenek, de nincs élet bennük. Ez az atmoszféra nem szűnik meg az író halálának pillanatában. Mint az élet valóságában, az irodalomban is vannak személyiségek, akik lassan halnak meg, és amikor meghaltak, még mindig marad valami a lényükből, ami úgy nő ki a művök atmoszférájából, mint az a bizonyos hajzat és köröm a halottból. Így eleven torszoly személyisége, így eleven pruszt. Kostolányi a pillanatnak írt, atmoszférikusan produkált, de halála után az eldobált apró írásokból egy életműre való miniatűr remek mű maradt. Ahhoz, hogy egy mű eleven maradjon, az írónak tudni kell, él valahol, a jelenben vagy a jövőben, ez a különös lény, az olvasó. Ez a dialektikus fenomén, aki egyszerre szövetséges és ellenfél, aki hív és ugyanakkor elutasít. Van valami érzékies a tüneményben, hívó és fenyegető. Ő a partner, mint a szerelemben a nő. És a kiadó, ez a bába és kerítő, hol maradt el az időben? Kostolányi alkotó éveinek idejében még volt ilyen homályos, személyes kapcsolat író, kiadó és olvasó között. Ma nincs többé. A komerciális, industriális civilizáció a tömegizlést kielégítő tömegárut követeli nyugaton az írótól, és keleten politikai rövidárut, rövfelmért világnézeti szabványt. Kosztolányi nem élte meg az időt, amikor a szépirodalom a kiadók számára már csak ráadás volt, amit programjukban oda a csámcsoktató bonyvához és az áltudományos szakkönyvekhez, mint a mészáros a culágot. Amikor a szép irodalmi mű, amely kiadót kapott, gyanús volt, mert az olvasó joggal orrontotta, hogy nem a könyv jutott kiadóhoz, hanem mafiózus praktikák árán az író. Amikor stipendiumos dilettánsok akkorba írták a könyveket írók életéről, és közben a nyilvánosság előtt úgy hápogtak fontoskodó izgalmukban, mint a kacsa, amikor tojik. Amikor szép irodalom helyett több könyvet írtak könyvekről, mint könyvet, ami szép és irodalom. Mindezt már nem érhette meg, mert a szerencse fia volt, amikor rákkal a torkában évtized előtt, ott szemben a hegyen, a János kórházban meghalt. Nem élte meg, hogy eltűnt az idősűjesztőjében az irodalom. ami több is volt, más is volt, mint könyvek, írók, ahogy a vallás több és más, mint szertartás és papok. Kostolányi és kortársai még mást értettek irodalom címszó alatt, mint akik ma írnak. Számukra az irodalom még egyszerre volt játék és liturgia, összeesküvés és mesterség, eleúziszi szertartás és cinkosi vérszerződés. Az olvasó arcát már ő sem látta tisztán, de még hitt benne, hogy van valahol. Budapesten szobrot emeltek a névtelen írónak, anonimusnak. A névtelen olvasó még nem kapott szobrot. Megérdemelné, hogy kapjon egyet. Sötétben nem lehet vitatkozni. Flaubert és Maupassant száz év előtt pontosan tudták, ki az olvasójuk, kinek írnak remek műveket. A francia polgárság számára írtak. Fél később Moriak és Pruszt még mindig a polgárságnak írtak. A magyar író a trianoni Magyarországon már nem látta az olvasónak ennek a titokzatosan távoli és mégis érzékletesen jelen való szerzőtársnak szemét, kérdező vagy elutasító pillantását. Talán mert a trianoni Magyarországon már nem élt polgárság abban az értelemben, mint a felvidéken vagy erdében. Az olvasó szelleme nem kapott határátépési engedélyt, hogy szembenézzen az íróval. Tudtak egymásról, de a távolból üzentek rövid hullámmal. Messze volt, és idegen. Kosztolányi sem tudta már pontosan kinek ír. Mégis, amikor végzett a mindennapos írásnál is kötelezőbb olvasással, gyorsan írt valamit zöld tintával, septiben. Minden nap írt egy színes cikket, színi bírálatot, elmefuttatást, összecsiholt két rémet egy készülő vershez, írt egy kézirat oldalra valót az új regényből, vagy fordított. Minden magyar író, aki értett nyugati nyelven, kötelességének érezte, hogy fordítson. Jókai, Mikszát és Krúdi nem fordítottak, mert nem értették az idegen szót, de az arany, vörösmarti, petőfi nemzedék, Éppen olyan aggályos kötelességtudással fordított, mint a nyugat nemzedék, mert tudták, hogy a fordítás kutya kötelesség és más is, mint szavak értelmi átváltása a magyar nyelvre. Tudták, hogy a fordítás olyan vállalkozás, mint amikor valaki titkos írást, kódot fejt meg. Hiszen minden nyelven nem csak az író ír, hanem a nyelv is. A nyelv, amely odaszólással, grimasszal belebeszél az író szövegébe. Minden idegen nyelv alján van ilyen kód, ami majdnem lefordíthatatlan. Az idegen, író vagy vándor együtt él a másféle nyelvvel, néha már azt hiszi, ismeri titkait, és nyugodtan kimondhat valamit, például ezt, reggel a városban voltam. De lehet, hogy a benszülött ezt így hallja, pitymallatkor az erődítésben valék, és udvariasan bólint, zavartan vigyorog. Minden fordítás, verdítés. Mégis fordítottak, kosztolány is, holott tudta, hogy csak az értelmet lehet lefordítani, csoha a célzást, a beintést. A francia, az angol író ismerte közönségét, tolvaj nyelven írt, egy osztályműveltség nivellált cinkosságából beszélt az olvasóhoz, és tudta, hogy félszavakból is megértik, vagy legalább nem értik félre. A magyar író nem tudta biztosan, mit olvasnak ki a szöveg kimondatlan, belső tartalmából, amit a dramaturgok színházi nyelven felhangnak neveznek. A század közepe felé tanácsos volt idézőjelbe tenni minden ironikus célzást. Figyelmeztetni kellett az olvasót, hogy az író nem szó szerint értelmezi, amit mond, csak játszik egy ötlettel. Kosztolányi tudta ezt, Tudta, hogy írni csak önkívületben, mint egy transzban lehet, és ugyanakkor olyan mindenre elszánt tudatossággal, hogy egy matematikus épít fel egy felsőbb fokú egyenletet. Ő írta, hogy egy remek művet úgy kell végbevinni, mint egy gaztettet. Minden nap elkövetett egy ilyen kisebb-nagyobb gaztettet. És sietett, mert nem csak a nemzetet mentette, amikor írt, hanem saját magát is, hiszen rögtön még aznap meg kellett élni családostól, barátostól, szeretőstől, abból, amit írt. Ugyanakkor tudta, hogy ez a mesterség, amiből él, olyasféle vállalkozás is, mint mikor valaki szavak helyett, frekvenciával, rezgésszámmal közli gondolatait. Tudta, amikor cikket írt a napilabba, hogy egyidejüleg többféleképpen kell írni hogy Szent Pál tanította, amikor azt üzente a korintusziaknak. Énekelek a lélekkel, de énekelek az értelemmel is. Amikor valaki lélekkel énekel, az költészet. Amikor az értelemmel énekel, az a rádiumos erejű próza. Ő egyszerre énekelt lélekkel és értelemmel, és sietősen énekelt, mert kellett a honorárium. Kevés író akadt a nyugati irodalomban, aki tárcákból, színes fejcikkekből tudott írói egzisztenciát teremteni. Teofil Gotyié száz év előtt olyan vállára omló hajzatot viselt, mint Dürer az önarcképen, vagy Michelangelo Mózese, vagy a hippik, és tárcaírásból élt. De ez ritka. Gotyié sok pénzt költött, vörös vörösküllős, fehérpón is fogatott tartott Párizsban, és a pénzt azzal szerezte, hogy francia lapokba tárcákat, útleírásokat írt. Voltak évek, amikor majd minden nap írt egy újságcikket. A kortársak nem értették, hogyan lehet ilyen munkafecsérlés mellett nemes verseket, jó könyveket is írni. Úgy látszik, lehet. Kosztolányi volt a magyar példa, hogy lehet. Nem tartott fogatot, szerényen élt, de ő is írt harminc éven át, majd minden nap napilapokba egy-egy színes cikket. Most, amikor jól lehetett látni a ház romjait, mindent, ami fogható valóságban megmaradt ebből az erőfeszítésből, tisztában lehetett szemügyre venni azt a nagy ön és világcsalást is, ahogyan a magyar írók szemérmesen a megélhetés titkait leplezték. Kosztolányi minden nap írt egy kis remeket, mert meg kellett élni. Ebből az erőfeszítésből nem futott a sokra, éppen csak megkereste a mindennapi kenyeret. Kalácsot, gazember, kalácsot! örökte groteszk önváddal, amikor számon kérte egy írásában önmagán és a világon az író megélhetési lehetőségeit. Amit így balkézzel sietősen írt, mindig tökéletes volt. Nem csak a nagy flátusz ösztökélte, hogy ne adjon ki hanyagírást, hanem a mindennapos verseny is kényszerítette, hogy nem utasson fáradt vagy erőtlen pillanatokat. És amit így írt, elsietve talán azért volt tökéletes, mert nem volt ideje csiszolgatni azt, ami a keze alá került. Tudta, hogy várja a szedő, és ami mindennél fontosabb, remélte, hogy az olvasó is várja. Az olvasó, akinek nem volt arca, de élt valahol ez a rejtélyes lény, aki igényesen felel, ha igényesen szólítják meg. Csak a sekélyes író hiszi, hogy a siker titka, ha az író leszáll az olvasó nívójára. Kosztolányi, mint minden jó író, iparkodott felemelkedni az olvasó nívójára, és sietett, mert meg kellett élni. Magyarországon senki nem törődött azzal, miből él egy író. Ez a nem törődömség intézményes volt. Egy író, aki szerény budai házat körmölt össze, olyan ritkaság volt Magyarországon, mintha egy kolduló Ferences barátról kiderülne, hogy titokban a tőzsdén játszik és nyerni is szokott. Vedlet budai és pesti irodalmi kávéházakban sápat és izgatott írók vitatták, miből él egyik vagy másik. Egy külföldi út már gyanús volt, egy nyaralás abbáziában vagy a tátrában ürügy a vérvádra. Pajtás, te ettél, véres a fogad! Örökték az éhes farkasok a centrál kávéházban, amikor a forgóajtó perdült egyet, és új öltönyben lépett be az író vagy költő. Mindenki pontosan tudta a másikról, miből ír. József Attilának havi kétszázra sosetelt, Babics tanár volt, mint Malármé, tehát szegény volt, ebbe belenyugodtak. Szabó Dezső is tanár volt, de aztán nyugdíjba ment, és mert nem volt pénze, szájaskodott állammal, kiadókkal, pénzt követelt azoktól, akiket állandóan megmart írásaiban. Krúdi krajcáros újság honoráriumból tengett és lengett. Amikor Kosztolányi elhozta Londonból Rottermer Lord legendás ezer fontos ajándékát, valóságosan forradalmi hangulat lobbant fel az irodalmi kávéházakban. Kosztolányi végül rezignáltan és salamoni mozdulattal ketté osztotta a díjat, Móric és Krúdi között felezett. És az írók éhes, fogcsikorgató dühek kényszerítette, hogy lemondjon a penklub magyar tagozatának elnökségéről. Ezt jókedvűen tette, hiszen vigasztaló leveleket kapott olvasóktól, vidékről, nőktől, akik sajnálkoztak, mert télvíz idején elvesztette elnöki állását. Nem lehetett könyvekből megélni. És mindenki gyanús volt, aki napilaptól függetlenül megélt és könyveket írt. Boris Zsigmondnak volt valamilyen kertes háztály gazdasága leányfalun, de ez is gyanús volt. Miből? A mélyben penészes törmelékek alakjában most itt romosodott kosztolányi háza. Ez volt a legtöbb, amit magyar író tisztességes írói munkával valaha is szerzett. Most ez is elpusztult. Sütött a nap, tavasz volt, a romok csillogtak a március délelőtti fényben, mint a trágyadomb, amikor verőfény húrja el. Flaubert Ruamban, ráért, Pruszt Párizsban, a parafával bélelt szobában ráért kergetni az eltűnt időt, vagyonos volt. Valéri ráért, nem volt vagyona, de hivatalnok volt a havas ügynökségnél, Zsidnek birtoka volt Küvervilben. Ezeket a példákat beavatottak, rezignáltan emlegették az irodalmi kávéházakban Pesten. Kevesen tudták, hogy a nyugati írók egzisztenciális körülményei ritkán voltak előnyösebbek, mint a magyar írók létezési feltételei. De a magyar író, mint az elszegényedett nemes ember, valahogy mindig röstelt beszélni a szegénységről. Nyugaton az író bátrabban mutogatták, hogy nincs semmiük. Az írónak végre is meg kell élni. Shakespeare valószínűleg nem szégyellette, hogy pénzre van szüksége, amikor drámákat ír. Pénzre, mert szombatonként ki kellett fizetni a Glob színházban a színészeket és a kellékeseket. Máskülönben, a nem gyűlt egybe a Hamlet hétközi előadásából a gázsira való, laposra verték. Ezért ő is gyorsan írt, mert nem érte el. A remek műveket megtűzdelte betétekkel. A hamletbe beleírta a sírású jelenetet és a színész közjátékot, mert be kellett húzni a színházba a népséget és a katonaságot. A nyugati író bátran bevallott, hogy pénzt akar keresni, amikor ír. Minden korban, Cervantes épp úgy, mint Hemingway. Magyarországon hallgattak az írók szegénységéről, hallgatott a hivatalosság, aztán hallgattak a kiadók. Erre okuk volt és hallgattak az írók. Volt egy idő a múlt század második felében, amikor a kiadó még valóságos társ volt, az író társa, aki nem csak közvetített író és közönség között, hanem segített az alkotásban. Közvetlenül vett részt az alkotó processzusban. Kosztolányi életidejében ez a kapcsolat már homályosabb volt. Egyetlen magyar író sem tudott könyvei jövedelméből megélni. Jókai fejedelem volt, területen kívüliségben élt, könyveit nemzeti intézménynek tekintették, és szerényen élt. De ő sem tudott megélni a száz kötetből, az életműből. Kellett a laptulajdonosság, aztán a képviselőség, az igazgatósági tagság. Kosztolányi nem volt képviselő sem igazgatósági tag. Ezért írt minden nap, színes cikkeket az újságokba. Újságba írás nélkül író, nem tudott megélni Magyarországon. Amikor megírta az aznapit, fejébe nyomtak bokkeres keskeny karimás kalapját, nyakaköré csavarta puha kendőt, hóna alá fogta kézirattal, folyóidatokkal, kölcsönvet vagy kölcsönadásra szánt könyvekkel degeszre tömött irattáskát, és már szökött is otthonról, el a lakásból. Magas termetű volt, amint sietett, Hóri Horgas alakja feltűnt a Budai utcákon. Nem nézett senkire, kisé oldalt hajtott fejjel járt, a kalapkarimája alól költőfürt hullott a homlokára. Cipőzsinór vékony élénk színű nyakkendőket viselt, és sietősen lépdelt a macskaköves úttesten. Így jelent meg a világ előtt, mint egy színész, amikor felmegy a függön, és lobban a rivalda fény. Zöldes szürke szeme volt, tudott affektáltan kacsintani, és racsolt is, a kiadókkal tárgyalt, és a helyzet megkívánta. Egy szóval, tetőtől talpig író volt, megjátszotta a kosztolányit, mint egy apa színész. De közben egyedül, tehát a színfalak mögött, kinevette önmagát és azokat, akiknek játszott. Mert tudta, hogy nincs emberi kiválóság, ami ne lenne nevetséges, és csak akkor kiváló egy ember, az öngúny átvilágítja az állarcot, amit visel. Imbolygó, színészies, igen, bombivános járással sietett lefelé a Mikó utca lejtőjén, a gesztenye fák alatt. A szomszédházban, ahol laktam, betért a kapu alá. Nem hozzám jött. Írók nem szeretnek egymáshoz járni. Csak a nyájas olvasó vagy a műkedvelő képzeli, hogy az írók szívesen időznek írók társaságában. Senki nem olyan féltékeny, elkeseredetten kíváncsi a pályatárs életére, lényére, magatartására, mint hogy az írók lesnek a másik író házi titkaira, de nem szeretnek összejárni, mert tudják, hogy a másik éppen olyan kíváncsi, és félő, hogy kiderül róluk is valami. Az, hogy nincs sikerük, hol a tehetségesek, és ezért felesküdtek idegen lobogókra, melyek sikert ígértek. Vagy az, hogy nem hisznek a tehetségükben, és Magatartással kendőzik ezt a kínzó kéttejt. Kostolánynak volt sikere is, tehetsége is, de ő sem szeretett írókat látogatni, én sem. Néha felkerestük egymást, ebédre vagy vacsorára vendégek voltunk náluk, vagy ők nálunk. Ilyenkor ünnepélyesen, feszes, udvariasan ültünk a fehér asztal mellett, de lehetőleg nem beszéltünk irodalomról. Ezek a találkozások ritkán estek meg, és mindig kényszeredett együttlétek voltak. Egyik ilyen alkalommal felolvast egy versét, melyet a feleségem ez írt. A vers így ment. Szeretnék szerelmes lenni a lólába, de félek, hogy kilátszik a lólába. Nem volt hosszú vers, és nem is tartozott kosztolányi jelentősebb költeményei közé. A másik vers például amelynek hajnali részegség volt a címe, ebben a versében, lázas vízióban megjövendölte, hogy egyszer minden rom és dög lesz, a házak, amelyben éltünk, a környék, minden. Lüktetőbb kosztolányi vers volt. A feleségem megköszönte a rövid verset, eltette emlékbe. Amikor elhaladt a házunk előtt, a házmester lakásba tért be, itt leült, kalappal fején, Nyakában a körbehajtott kendő, hón alatt az irattáska. Így ült néha órákon át. A környéken tudták ezt. A konyhaszagú szobában a házmester lakott a feleségével. A házmester lakatos volt. A felesége sudár, Dunátúli asszony. A házmester magyar nemes volt, tiszaparti paraszt, hisztérikus. Nem tudta letenni az ipartestületi vizsgát, nem tudott vízvezeték szerelő iparigazolványt szerezni. Ez volt a gyermektelen házaspár nagy bánata. Kosztolányi vigasztalta. Időnként felkereste a vizsgabizottság tagjait, átnyújtotta nekik új könyvét, melyben meleg ajánló sorokat írt, így iparkodott protekciózni. De a házmester mindig újra megbukott a vizsgán. Nagyságos uram, mondotta egyszer nekem, nedves szemmel. Csináljon valamit. Megígérem, ha leteszem a vizsgát, kiakasztok itt az utcasarokra az első emeleten a nagyságos úr ablaka elé egy WC csészét, hófehéret, hogy mindenki lássa. Amikor ezt mondta, vészes fény csillogott a szemében, ahogy a megszállottak beszélnek, a haladás profétái önkívületben. De nem tudtam csinálni semmit. Kosztolány is tehetetlen volt. A vágyálomból nem lett valóság, a házmester végül elkeseredett, és amikor a kosztolány meghalt, elköltözött feleségével vidékre. Később soha nem hallottam róla. A feleség is eltűnt nyomtalanul. Ez az asszony volt édes Anna modellje, és a ház, hol a regény játszik, a mi házunk volt. Kosztolányi ritkán ment el a ház előtt, hogy jövet vagy menet, be ne térjen a házmesterékhez. Ott ültek hárman. nem ettek, nem is ittak, csak beszélgettek. Milyen magány belső számkivetettség elől menekült a házmester lakásból. Író volt, stiliszta. Később így nevezték a csak írót, formalista. A stílust ebben a korban kezdették lenézni. Minden műkedvelő, aki félt az erőfeszítés teljesítményétől, minden negyedművelt skribler, irodalomban, színházban, sajtóban, aki nem tudta, hogy új gondolat nincs, csak új kifejezés van. Kifejezés, amely, ha megtelik a személyiség stílusos erejével, új feszültséget ad a régi gondolatnak. Minden töltő tolla suhant szúrt egyet a stilistába. Követelték, hogy álljon ki. Kosztolányi vállat vont, mert tudta, hogy az irodalomban egyetlen kiállás lehetséges az erőfeszítés, aminek erejével a szóból hús lesz, és a húsból megint szó, ahogyan alkotja egymást az ige és a test, a világ és a szellem. Lehet, hogy erről beszélt a házmester lakásban a házmesterrel és a feleségével, édes Anna modelljével? A beszélgetésekből később regény lett, az egyetlen magyar társadalmi regény, amely az osztályharcot úgy érzékeltette, hogy kell, szocialista realizmus nélkül, végzetes emberi valóságában. Itt élt Kosztolányi. Innen indult minden délután a városba, de lép betért a házmesterékhez. Miféle hajlam kíváncsiság vitte ezt a csakírót, a homo esztétikuszt a pince Költő volt, szerelmes verseket írt a magyar nyelvhez, Magyarországhoz. Minden nap megajándékozta Magyarországot egy ízes szókötéssel, egy kifejezési árnyalattal, gúnyos vagy patetikus odaszólással. Nem volt tagja semmiféle pártnak. Amikor írt, nem számított az osztály nélküli társadalomra, amely majd egyszer megérti. Nem hitt a népben, csak írt. És csak a ázmesterék lakásában érezte igazán jól magát. Nyolcadik fejezet. Ez a lakás, a földszint, az alaksor az összebombázott házban sértetlenül maradt meg. A háború alatt más házmester pár lakott a pincelakásban. Balázs Lajos, aki betűszedő volt az állami nyomdában. A legjobb fajta ember volt, Emberi és társadalmi értelemben, akit Magyarországon ismertem. Az ostrom alatt kérés nélkül levitte a távol lévő lakok holmiát a Pince lakásba, A mi ruhánkat, ágynemünket is. Ott őrizte a szegényes motyókat az utolsó napig. Olyan áhítatos hűséggel vigyázott erre a kacatra, mint a katona az ostromlott várban a rongyos golyó juggatta zászlóra. Mert ez a ház volt Budán az utolsó épület, ahol... A pincében és a ház körül 1945. februárjában még harcoltak a németek. Amikor ezzel is végeztek az oroszok, nem volt többé háború Budapesten. Balázs az utolsó napon esett el, amikor kirohant a házból, hogy segítsen a vérmező sarkán egy sebesült nőnek. Ott is halt meg helyben, az utca sarkon. Az utolsó budapesti puskagolyók egyike ütötte át a melkasát. Orvos nem volt a közelben az utcán el. Felesége a vérmezőn temette, hogyan azokban a napokban temetni lehetett. Húsz centiméter sáros földrétek fette a halottat. Aznap, amikor először sétáltam fel a várba, hogy megkeressek egy másik halott ismerőst, a házmester özvegy elhívott nézzük meg a helyet a vérmezőn, ahol a férjét septiben elásták. Elébb a pince sarkában lelkiismeretesen megmutatta a bálát, amelybe férje a holminkat csomagolt. Sírdogálás, jajveszékelés nélkül beszélt a halál körülményeiről. Nem tudott sírni. Mint ahogy sok ember, amikor kiderül, hogy az életnek nincs semmiféle értelme, elfelejt sírni. Az emberek csak addig sírnak, sopánkodnak, amíg azt hiszik, az életnek van valamilyen értelme. Vannak, akik úgy halnak meg, hogy hisznek ebben. Ezek üdvözülnek. Így tanítja a vallás. Balázsné nem sírt. Síratni káromi ami végzett, mondja Tézeusz. Balázsné nem olvasta a görög szerzőket, csak éppen nem értette, miért halt meg a férje, akit imádott. Így mondta szemérmesen, szórakozottan, inkább csak maga elé. Miért halt meg a háború utolsó napján, amikor már nem is volt hivatalbeli kötelesség meghalni? Szótlanul állott a hevenyészet sír előtt. Én sem szóltam, mert hiányzottam mozsüszt, az a bizonyos szó, amely ábraszerűen mutatja a valóságot, a szó, amely mindent feltár, amiről az imazista írók álmodnak. Vannak helyzetek, amikor nincsen szó, amely válaszol az asszony nem is várt semmiféle választ, magyarázatot. Csokáig állott a léc előtt, mert fejfa helyett szúrtak a sírba. Barna csomagoló papírra írták a férje nevét és a napot, amikor elesett a második világháborúban. Balázs Lajos betűszedő élt 38 évet. Nem volt mit szólani egymáshoz, ezért csak állongtunk egy ideig a hevenyészet sírhely előtt. Nem tudom, Balás mire gondolt. Én arra gondoltam, hogy ez az ember talán hős volt. De emlékszem, rossz kedvűen gondoltam erre, mert abban az időben, és aztán még inkább későbben, már elvásott, megkeseredett a tudatomban minden ilyen szó, mint haza, vagy hős, vagy áldozat. Mégis lehet, hogy Balás hős volt. Többféle hős van. Euripides például azt állítja, ezt nem akkor gondoltam a 20 cm mély sír előtt, hanem most jut eszembe 25 évvel később, amikor a hősről írok. Euripidész azt állítja, a görög közízlés számára Andromaché hősnő volt, mert hagyta elvonszolni magát a görög nyoszójára, és közben tűrte, hogy gyermekét falhoz csapják az achályok. Igaz, nem tehetett mást. De mi volt ebben hősies? Különös az emberi értékelés. Van egy felfogás, mely szerint hős az, aki csak azt teszi, ami a jellemével egyezik. Mert itt volt a pék a szomszédban, a zerge lépcső és az Attila út sarkán. Foglalkozásához híven a földszintes házban hadikenyeret csütött. Nem volt náci, de félt a kommunistáktól, és amikor szint kellett vallani, beállott valamilyen csodaszarvas tömörülésbe. Tudta, hogy ezt számon tartják, és baja lehet, ha elkövetkezik az igazoltatások ideje. De amikor sokan elmentek Budapestről, mert már felrobbantották a Dunahidakat, és Újpesten dübörögtek az ágyuk, ez a pék nem ment sehová. Ott maradt a budai műhelyben. A pékinasokat elvitték katonának, vagy elszöktek. Mit csinál egy pék a második világháború végén, amikor megérti, hogy számára Elveszett a háború. Gondolkozott és úgy döntött, mint monteny. Ott maradt a műhelyben, és folytatta a mesterségét. Ezt csinálta. Amikor karácsony táján az oroszok már közeledtek a várhoz és a Krisztina városhoz ez a sváb származású magyar pék a feleségével helyben maradt és kenyeret sütött. Volt lisztje, tüzelője. Volt még a műhelyben krumpli só. 500 méterrel arrébb a tabánban már harcoltak. A pék reggel befűtötte a kemencét, megoldotta a lisztes zsák száját, tésztát dagasztott. A hosszú nyeles lapáttal betolta a meleg kemencébe a barna haditésztát, és reggeltől estig kenyere csütött. Az utolsó héten éjjel is dolgozott. Mikor besötétedett, és a raták néhány órára abbahagyták a bombázást, a környékbeliek óvatosan előmásztak a szomszédos házak pinceiből. Vizes korsóval elódalogtak az Attila utca egyik bérházának udvarára, ahol a történelem előtti időkből ott maradt műemléknek egy kút, és onnan húztak vizet, mert a vízvezeték már nem működött. Aztán, mielőtt visszamásztak a pincebarlangokba, átmentek a pékműhelybe, és vettek egy sütet kenyeret. A pék mindenkinek adott kenyeret papírpénzért, hatósági árfolyamon, tehát úgy szólva ingyen. De kenyérjéjét kért a vevőktől. 1945. februárjában, a második világháború végén Budán. A kenyérjéjét ollóval gondosan levágta és eltette. Utolsó reggel, mikor a németek és magyarok már odébb álltak, mert feladták Budát, a pék levetette a fehér munkakötényt, Kioltotta a kemencében a tüzet, falnak támasztotta a hosszú nyelű lapátot, amivel kenyereket tolt a kemencébe, leült a dagasztóteknő mellé, cigarettát sodort és rágyújtott. Így várta az oroszokat. Télben jöttek, rögtön elvitték, mert egy környékbeli buzgó ember feljelentette a péket, hogy háborús bűnös. Ez a fogalom tágítható. És az első időben, a háború végén sok mindenkit, aki túlélte a háborút, háborús bűnösnek minősítettek. A rámutatás éveken át tartott, és a péknek, Jekaterinburgban, ahova elvitték a műhelyéből, volt ideje elgondolkozni, igazában bűnöse. Nem könnyű eldönteni, mi az igazság a pékperében. És az írók, a vesesebészek a cipő felső rész készítők perében, akik túléltek egy vesztes háborút. Lehet, hogy mindenki bűnös, az egész emberiség. Ezért legokosabb győzni, mert aki győz, szobrot kap. Aki veszít, azt felakasztják, vagy elviszik Jekácserinburgba. Söpflin Aladár, ő is itt lakott a szemét szomszédjában, ahol nemrégiben a lakáson volt. Bizonyosan nem vett részt a háborúban. Az ő lakásából több tégla maradt meg, mint a mi házunkból, de őt és családját is elzavarta innen a háborús viharosság. Később a névsorolvasás során megtaláltam Söpflint a belváros egyik lakásában. Szélütés érte, dadogva beszélt, de tudta mozgatni egyik kezét. Ezért könyvet vett a kezébe és olvasott. Úgy olvasott... Szélütötten, mint hogy a pék utolsó pillanatig sütött. Olvasott, mert ez volt a mestersége. Értelmes értetlen maradt, és azt mondotta, minden könyv között, amit életében olvasott, a Don Quixote volt a legszebb olvasmány. Ez érthető, mert Söflin, igen, most jól lehet látni a házat a mélyben, ahol lakott, olyan volt, mintha a Don Quixote felcsapott volna a tanfelügyelőnek. Amikor megvallotta, hogy Don Quixote az eszménye, szerényen, idegenül mosolygott. Ahogy olyan emberek mosolyognak, akiket valamilyen testi hiba kizárt az egészségesek társadalmából. Ezért gőgösek is, de szégyenkeznek is. Söflin is polgár volt. Hozzátartozott ehhez a kis budai polgári világhoz, ami most cserepekre tört. Katonásan, egyenesen lépdelt, Sörte rövidre vágatta, és úgy ült a Philadelphia kávéházban, mint aki hivatalban van és aktát olvas. Egyedül ült, kemény tartással, és egy pohárka szilvapálinkát hívott. Mindig megörültem, ha láttam. A kávéházban is olvasott, ritkán beszélt, inkább csak dörmögött az orra alatt. Tudta, hogy az élet írtózatos zűrzavarában nincs más menekvés, csak a jól fogalmazott mondat minden más csak esküszegés vagy halandzsa. A mestersége az volt, hogy bírálatokat írjon könyvekről folyóiratokba. Ezeket a bírálatokat áhítatosan megfontolta, és aztán olyan lelkiismereti elmélyedéssel írt, mint egy régi világból való bíró, aki életbevágóan fontos ítéletet hirdet egy perben. De elébb elolvasta a könyveket, amelyekről írt. Ez a szempont és gyakorlat később megváltozott. Ripőkök tollat ragadtak, és bírálat ürügyén röpke, nyegle, félmondatokban intéztek el életműveket. Lehet, hogy Csöpflin is hős volt, mert hűséges volt a mesterségéhez és a meggyőződéséhez. A mi házunk alaksora nem sérült meg, és a pincében, a ház Mikó utcai frontján, épségben maradt Kovács úr a bibliás asztalos műhelye. Ő és családja eltűntek az ostrom zavarában, később sem kerültek elő. Talán csak abban a tréfás könyvecskében élnek még, amelyet könnyelmű ifjú éveimben írtam a Mikó utcáról, a Kristina városról, Csutora nevű harapós pulikutyámról, és mind az őrültekről és különcökről, akik az elromosodott házakban ebben a családi mítoszban, amely most törmelékre esett szét, itt a mélyben valamikor éltek. Ez volt az én világom, és ez volt az én saját mítoszom. Hát erről írtam. Pruszt a francia főnemesekről és nagypolgári sznobokról írt. Én Kovács úrról írtam, és most körülnéztem, kihagytam-e valakit. A sarki gyógyszerészről és feleségéről például megfeledkeztem ebben a könyvben talán tapintatból, de talán csak gyávaságból, mert Kosztolányi, aki olvasta a könyvet, ismerte a történetke kétlábú és négylábú szereplőit. A könyv megjelenése után figyelmeztetett, jó lesz, ha egy időre elmegyek vidékre, mert a könyvnek híre ment a környéken. Nem olvasták, de hallottak róla. És nem lehetetlen, hogy valamelyik regényhős egy napon lesbe áll és hátba szúr egy hegyes reszelővel. Lehet, hogy féltem írni a gyógyszerészről, mert a Krisztinában kevés szavúak, de következetesek voltak a bentlakók, és tartani kellett tőle, hogy a gyógyszerész a írokról a bosszút áll és hashajtót kever az érgölcsoldó porokba, melyeket néha vásároltam nála. A gyógyszerészről nem írtam, és most örömmel láttam, hogy a gyógyszertár nem sérült meg az ostrom infernális baromi zavarában. A gyógyszertár az átelleni sarkon volt, szemben a vérmezővel. A háború vége felé ebben a gyógyszertárban sok mindent lehetett kapni, tehát húst, meleg gyapjuharisnyát is, csak gyógyszert alig, mert a gyógyfüvek és főzetek javát felvásárolták a katonák és a síberek. A patikusné mániákus kutya kedvelő volt, és a második világháború végén fájdalmas veszteség érte kutyája, végelgyengülésben, ágyban, párnák között. Elúnyt. Rósnya kövér öreg mopszli volt, és a patikusné nem szűnő fájdalommal gyászolta. Ha betértem a gyógyszertárba, hogy érgölcsoldószert, húst vagy meleg alsó ruhát vegyek, az asszony, aki a kasszában ült, mindig figyelmeztetett, hogy a pénztár mellett ott áll ezüst keretben a halott kedves fényképe. Tessék nézni, mondta, és csorogtak a könnyei. Mindig látom a szemét. Éjjel, ha felébredek, látom a szemét, amint néz rám onnan túról. De úgy néz, mintha itt lenne. Elment. És sírt. Soha nem mondta, hogy a kutya megdöglött, mindig csak ezt sóhajtotta elment. A patikus név fájdalma őszinte volt. Szemlélete nem volt szociális. Igen, lehet, hogy a történelmi fordulat szemszögéből, amelyben akkor éltünk, embertelennek tetszett. Ebben az időben birodalmak pusztultak, emberek milliói írtózatos kínok között szenvedtek és meghaltak. Városok, műveltségek megsemmisültek. Mindenki mindenütt gyászolt kedvest, férjet, fiút, apát, szeretőt. A patikusné a Krisztinavárosban ugyanakkor a kutyáját gyászolt. Most, amikor látni lehetett a patikát, ami megmaradt, de csak a helység maradt meg, a patikus párból, mint a kutyából, mutatóba sem maradt semmi. Mindazok, akik mondhatatlanul többet és becsesebbet vesztettek, jogos felháborodással követelhették, hogy kövezzék meg az emlékét is egy szemének, aki kutyát gyászol, amikor az emberiség szenved. De nagyon nehéz az emberek felett igazságosan ítélni. Később olvastam, hogy a napokban, amikor a németek bevonultak Párizsba, és a francia főváros népe exodusba kezdett, százezrek özönlötték el az országutakat, menekültek a németek elől, Leotó, a kitűnő francia kritikus, öreg barátnője társaságában, Két tucat párizsi kutyával indult útnak, ezeket mentette a németek elől, mert tartott tőle, hogy a nácik valami rosszat tesznek a kutyákkal. Embertelen volt Léotó? Kutyák és macskák között élt, mert nem bízott az emberekben. Lehet bízni az emberekben? Igaz a Patej Matos bölcsebbek leszünk a szenvedéstől? Vagy csak az öröm tanít? A fájdalom csak öriít, vagy kegyetlenségre bíztat? Nem tudom. Leotó állatai között szemétdomszerű feltételek mellett volt irodalombarát és állatkedvelő. De ebből a szeméddomszerű környezetből néha különös lángok csaptak fel. Ez a mániákus kis francia például a világégés és közepette egyforma bensőséggel tudott érdeklődni az irodalom és az állatok iránt. Őrület nélkül nincs szellemi energia. Szeretni és gyászolni sem lehet őrület nélkül, és majdnem mindegy ki vagy mi az, amit vagy akit egy világháború közepén szeretünk és gyászolunk. Bizonyos, hogy a patikusnél túlzott, amikor a kutyáját gyászolta. De az emberek az élet félelmes magányában nem válogatnak racionálisan, amikor szeretni vagy gyűlölni kell. Most körülnéztem a bástya magaslatából, és a romok között embereket láttam, akik nem tanultak a szenvedésből semmit. Én sem tanultam semmit, legfeljebb óvatosságot, amikor ítélni kell a patikusné, a többiek és saját magam felett. A gránit lépcső tövében megmaradt egy szobor, szemben kosztolányi házával. Talapzaton állott egy múlt századbeli magyar eposzköltő P. Károly melszobra. A környék a vár és a Krisztina város, többnyire silány szobrai közül ez volt az egyetlen sértetlen emlékmű, ami megmaradt. Nem élt senki a környéken, aki tudta volna, ki volt P. Szakmári Károly. Mit írt, és miért kapott szobrot? Én sem tudtam. Egyszer megnéztem a lexikonban, és most homályosan emlékszem, hogy Etelka címen írt verses beszéd. Valószínű, hogy ezt a művet már a könyvtárak poros polcain is bajos megtalálni. De a szobor ebben a világhelyzetben bíztató látvány volt. Ígéret, hogy az irodalom erősebb, mint a történelem. Noha, egyiknek sincs értelme. Az eposz minden túlél, etelka, mint odüsszeja, vagy a szid alhatatlan. Közvetlenül a szobor szomszédjában volt még egy ház, ahol egy grófnő lakott, aki szikra álnéven beszélyeket adott néha közzé. Ennek a szomszédnak műveit sem olvastam, holott a Krisztinában mindenki elismeréssel beszélt róla, milyen derék teremtés, hiszen grófnő, és mégis ír. A Krisztina városban ilyesmit komoly fejbólintással említettek az őslakosok. Olvasni tartok tőle, csak kevesen olvastak, de meglepő sokan írtak, mert ez irodalmi környék volt. Mi volt még? A gesztenyefák, melyek emelet magas lombkoronájukkal sorakoztak a házunk előtt, elpusztultak a háborúban. Az ágakat letépték a ratabombák és az ágyugolyók, mintha minden szélviharnál írtózatosabb erők viaskodtak volna a vastag törzsű gesztenyefákkal. Ezt is látni lehetett a magasból, és talán ez volt az egyetlen a látnivalók között, ami a szemlélőben, mármint bennem, valamilyen indulatot mozgatott meg. Szép dús fák voltak. Tavasszal feltűzték hófehér és rózsaszín gyertyáikat. Nyáron a mézöld lombozat beárnyékolta a szoba ablakát, ahol laktam, éltem. Volt egy évtized, amikor tartalma és értelme volt számomra ennek az utcának, környéknek, az embereknek és a lombos gesztenyfáknak. Volt valami súlyos, teljes, eleven ebben az utca részben, az ifjúság, a férfikor, az ármány és szerelem, a becsvágy, csalódás és kielégülés meleg lélegzete járta át a sűrű lombokat. De ebből sem maradt semmi. Most úgy illenék, hogy ennek a szakasznak záró soraiban tetszetősen megrendezzem a jelenetet. Tehát az író visszatért a tetszín helyére. Mi volt a tett? Az élet. Az, hogy élte. Ez valahogy mindig megbocsáthatatlan. A magasból lenézett a romokra, ahol életének és hiú elmebajos munkásságának, az irodalomnak egy szakasza megtörtént, megállapított, hogy ő személy szerint csak karikatúra volt ebben a budai, méltóság teljesen koldus tarisznyás, álpolgári környezetben. És már megy is odébb, Eltávolodik az otthon romjaitól egy másik romvilág felé, ahol talán vannak illúziók, de bizonyos, hogy ott sincs többé otthon. Lehet, hogy a rendezés, a díszletezés, az író elbúcsúzik a rombadölt múlttól, csajnálatosan romantikus. Ezek az oldalak, melyeket a viszontlátásról írtam romantikusak, de mindebben volt valóság is, mert csak ugyan volt egy ilyen márciusi nap, és viszontlátás. És mindenestől ez is csak fogás és maché, mint mindig az irodalom. Amikor az író nem tudja tartani a száját, és csak akár egyetlen szóval is többet mond, mint a tények. Az író, aki a pusztulás és nyomorúság közepette, ami békében és háborúban, az állandósult emberi helyzet mentegetőzik és bizonygatja, hogy őszintén érzi azt, amiről ír, megfeledkezik a mesterségbeli törvényről, amely szerint nincs őszinte irodalom. Az irodalomban, mint az életben, csak a hallgatás őszinte. Mihez megszólal valaki a nyilvánosság számára, már nem őszinte, hanem író vagy színész. Tehát egy ember, aki részálja magát. Mert az írás, a szép szó mindig bóckodás is. A kifestett, színes szavakkal fehérre és vörösre mázolt lélek emlékeztet a bohócra, aki ilyen iromba pofával vicces gonoszokat mond a manésban. Egy világháború végén és feltehetően új háborúk, sőt, világháborúk előtt az író, aki más egyébről is beszél, mint a statisztikai tényekről, nem lehet őszinte. De nincs menekvés, mert az író nem tud hallgatni. A világszemét dombon is beszélnie kell, a tömeg sírból is szaval még valamit. A remény, hogy egy mindennél hatalmasabb megrázkódtatás elhozza az író és az emberiség számára a napot, amikor igazán őszinték lehetnek, mert már csak a tőszavakkal írnak és rebegnek. Jó remény. Az író akkor sem tehet mást, mint kifesti a lelkét, és szép tőszóval mindent elmond. És a téma, amiről minden korban és minden szemétdombon beszél, mindig ugyanaz, a nekija, tehát az utazás a halottak világába, és a kaland, az Iliás után, a nosztosz, a megtérés az otthonba. Az utazás a halottakhoz ezeken az oldalakon úgy képzelem, megtörtént. A megtérés az otthonba nem történhet meg, mert otthon számomra nincs többé. Kérdés igazában volt-e valaha vagy csak karikatúra volt minden, ami a lenge díszletek között elpusztult? De mi történt a másik otthonnal, a hazával? Mindenek után mi történt? Mennyire maradt otthon a haza a többieknek, a tízmilliónak, aki magyarul beszél? És lehet erről őszintén írni? Semmiről sem lehet őszintén írni. Minden esetre a kerekség és a hangulati egység kedvéért ideírom még, amit útközben láttam, amikor elhagytam a tett színhelyét, és visszamentem a városba. Kilencedik fejezet Átmentem a dísztéren, amely most olyan üres és dísztelen volt, mint Pompei télen, amikor már elutaztak a turisták. A király várból nem maradt meg semmiféle pompázatosság, és ami mégis maradt, rossz emlékeket keltett a sétálóban. Ez a palota éppen olyan ízléstelen tömegépület volt, mint a legtöbb királyi palota Európában, és most romjaiban talán még Gandinak sem tetszett volna, mert arányai, méretei, minden túlzat volt, dagályos és sivár. Látszott a palotán, hogy nagy stílűen, de nem szívesen építették. Ferenc József az uralkodó, aki elsőbben itt lakott, úgy maradt meg a történelmi köztudatban, mint aki rugalmasan lépdel, és azután érdeklődik, milyen volt a termés. A kormányzó, aki Ferenc József segédje volt, mielőtt beköltözött a királyi várba, a köztudat szerint nyájasan elbeszélgetett a látogatókkal, és aztán országolt. Most, amikor mindebből nem maradt más, csak a rombadölt palota, egy pillanatra felrémlett ennek a királytalan királyságnak panoptikuma. A vasrácsos kapu mögött látható volt a kormányzó fantomja, admirálisi egyenruhában, fehérlovon. Aztán a magasrangú papok, zászlós urak, díszmagyaros államférfiak és lefele az állomás főnökig az állami hierarchia különböző, legtöbbször tetszetős egyenruhába bújtatott alkalmazottjai, a miniszter, a főispán, a tűzoltó Miért, gondoltam, amikor most ott álltam a romba dölt királyi palota rácsos kapuja előtt, miért, hogy a két világháború között két évtizeden át külföldön a vándorévek csavargásai közben mindig viszketős viszolygást, Rossz kedvű ellenzést éreztem, ha valamilyen hivatalos, ügyes bajosság arra kényszerített, hogy külországban becsöngessek egy magyar követség kapuján. Miért? Hiszen udvariasan fogadtak, és elintézték azt, hogy ne önnek szerkesztő úr soron kívül, amire éppen szükség volt. Elintézték, igen, de az a leereszkedő áludvariasság, ahogy a kapus, a hivatalnok és a követúr fogadtak, mintha minden Lüszter könyökvédő Szent István palástjának integráns része lenne. Felémeített és örültem, amikor kün voltam az utcán. Miért? A kormányzó itt székelt a várban. Nem lakott, hanem székelt. Mert a neobarok gentri etikett, amely a Ferenc Józsefi spanyol etikettet helyettesítette, megkövetelte az ilyen finom árnyalati különböztetéseket és innen országolt a várból. Nem kormányzott, hanem országolt. És mindig nyájas volt. Lejjebb és a környéken mindenfelé a hivatalok kirakataiban nagy egyéniségek állongtak tekintét, igen áhítatos elismerést követelő magatartással, mint a Mária Pócsi a fából faragott, tarkára pingált helyi szentek, amelyeket tátott szájjal bámult a hívő tömeg. A kormányzó, az zászlós a koronaőrök, a főpapok, a miniszterek és főispánok mögött sorakozott a nagy birtokrendszer félfeudális maradékára felépített társadalmi rend második arcvonala. A megyei hivatalnok, a jegyző, a csendőr, az állomásfőnök, a bakter. Mindenki, aki malac hízlás céljaira melaszt, vagy dinnye szezon kukoricaérés idejében vasúti vagont, vagy télidőben sürgősen időszerű uradalmi tüzelőt remélt a körzetbeli nagybirtokostól. És ez a függés, ez a rászorulás, ez a bonyolult, kérelhetetlen és kicsinyes, mindennél hínárosabb érdekszövetség behálózta az egész társadalmat. Ez volt az igazi hatalmi szerkezet az országban. Az ezerholdas földesúrra nem csak a zsellér, a napszámos pislogott félelemmel, akinek tiszavirág élete múlott a birtokos vagy az intéző az ispályó indulatán, hanem a helybeli edző is, aki arról ábrándozott, hogy a birtokos nagyúr intézője bejuttatja a jegyző néha tökfejű, néha zseniális, de mindig lyukas nadrágos, nincs telen porontját a szomszéd város középiskolájába tandémentesnek. A csendőr, aki potyakorpát remélt a jószág számára az uradalomtól, mindenki tudta, hogy személyes jó sorsa és hozzátartozóinak jövője minden életérdeke szőröstől, bőröstül legalább annyira függ a nagybirtokostól, mint az államhatalomtól. Ha feljöttek a nagyurak faluról Pestre kúrázni, vagy politizálni, vagy társas életet élni, néhányuk itt lakott a várban, ezekben az utcákban. A házak, amelyek csontvászszerűen maradtak meg, ismerősök voltak. Legtöbb házban barátok, közeli vagy távoli ismerősök éltek. Néhány arisztokrata, aki ebben az időben már kötelességének érezte, hogy meghívjon szalonjába, a vacsorázó terembe írókat, művészeket. Aztán itt éltek, az osztrákos stílusú barokházakban a magasabb rangú hivatalnokok, az elvonulást, régi házak nemes bútorok légkörét kedvelő úgynevezett decens emberek. Az árkózott városnegyed ebben az időben, két világháború között, már kötelességének érezte, hogy időnként vendégül lásson szellemi embereket. De Magyarországon ebben az időben már csak kevés igazi arisztokrata élt. Az a néhány család, amelyik jó ég tudja, milyen osztályozással és szelektivitással arisztokratának hitte magát, ebben az időben már megnyitotta szalonjait a polgári társadalom úgynevezett nevesebbje előtt. És ez a társaság nem volt a legrosszabb Magyarországon. Minden esetre külön volt, mint a megtollasodott párvenű bugrisság, a kormányfő tanácsosi oligarchia. A monarchia pusztulása után ez a társadalom sürgősen és groteszken hierarchiát és etikettet pancsolt össze, de ebből az utázatból nem csak a spanyol etiket merev, fekete arany rang és arányérzéke hiányzott, hanem az a tapintat, mértéktartás, erkölcsi kötelesség, tudás és ízlés, amely Ferenc József idejében szalont, hivatalt, magánembert és minden társadalmi intézményt úgy, ahogy de áthatott. Ez már csak olyan erzac hierarchia mini etiket volt. Mesterséges, tehát szánalmas és nevetséges is. De lehet-e igazságosan ítélni egy társadalom felett, melyet évszázadokon át idegen hatalmak nyúztak, marcangoltak? A török, az osztrák, aztán tegnap az imperialista náci teutonság, ma az imperialista szlávság. Mindig idegen hadak az országban, idegen akarat a közéletben, mindig a kompromisszum kényszere, megalkudni az idegen erőkkel, tehát a kényszerű korrumpálódás és közből Trianon, a nemzet testéről leszakított embermilliók. A magyar társadalmi tragédiát nem lehet belső, alkati hiányosságokkal magyarázni. Milyen tragikus sors ez, és ritka az idő, amikor a nemzet történetében csak ugyan egyedül maradt sorsával, alkatával, önmagával és saját erkölcsi tartalékjaiból gyógyulatot. Így füstölögtem, nem akkor a dísztéren, hanem később, és nem egyszer. De most itt csellengtem a bástyán. Vessünk egy pillantást hátra és egyet előre. Itt lakott, itt és a belváros néhány régi házában az uralkodó osztály. A valóságban már régen nem uralkodtak, csak uraskodtak. Itt sétáltak a régi sétány lombozó facsemetéi alatt évtizedeken át minden délben a méltóságos államtitkár urak, a kegyelmes miniszter urak és a vörös lampasszos harmonika nadrágba öltöztetett tábornok urak. És mind nyájasak voltak, mosolygósak. Mindenki udvariasan köszöntötte a másik méltóságost és kegyelmest. Tábornok talán valamivel több is volt, mint feltétlenül szükséges lett volna, mert például Ferenc József birodalmában ritka volt az altábornagy de a horti hadseregben tucatjával akadt ilyen magas katonai méltóság. A sétálók között elhaladt a kövér öreg főhercegnő is. Kihízott lovagló ruhában, és mindenki mélyen köszöntötte a fenséges asszonyt, azok is, akik nem ismerték személyesen. De minden estől ismerősök levegőztek és napfürdőztek itt minden délben. Egy nagy család, atyafiság, társadalmi érdekszövetség, a kérlek alássan, magyar vérszerződése szerint összetartó családtagjai. Ez a néhány utca, a királyi vár és a miniszterelnökség a magasabb állami hivatalok körül, ez volt Magyarország társadalmi épületének piánó nobiléje. Most, amikor már semmi nem maradt ebből az előkelő emeletből, eszembe jutottak nevekarcok. Az ismerős, várbeli palotácskák hiányzó ablakszárnyai között be lehetett látni a szobákba, ahol valamikor a történelem előtti időben a magyar társadalom kivételezettje éltek. A szobákból úgy áramlott ki a sznopság légköre, mint a rosszul szellőztetett ruhás szekrényekből a doh. Mégis ez a sznopság a kis szalonokban, íme itt lakott a herceg, akinek 200 ezer holdja volt. Itt a grófnő, aki jáde elefántokat gyűjtött, mert ez volt a hobbija. Itt a báró, aki minden áron író szeretett volna lenni, és nem értette, miért nem sikerült ez a jó szándékú vállalkozás. Ez a fonák sznopság igényt is jelentett. Fermentum volt. Sétáltam a márciusi napsütésben a bástyán, benéztem az ismerős szobák némelyikébe, és arra gondoltam, ez a magyar felső tízezer nem volt rosszabb, mint más országokban a kivételezettek kasztja. Nem volt rosszabb, csak éppen szórakozottabb volt, mint amilyen volt a XX. században a francia vagy az angol felső tízezer. Szórakozottabb volt, mert elfelejtett adót fizetni. Tizedik fejezet. És valahol itt billent minden a budai vár lakosai, aztán az ország máshol tanyázó gazdagjai, ezek a művelt és finom ízlésű urak és hölgyek elfelejtettek adót fizetni. Valamit fizettek, de nem úgy isten igazában, mint nyugaton, inkább csak tessék-lássék. Egy ideig azzal mentegették magukat, hogy őseik régen, valamikor a kötelező általános sorkatonaság kor előtt véradót fizettek, mert ők védték az országot és ez igaz volt Mohácsi. De 1848-ban már nem a főnemesség vérzett, hanem a talpasok, a nép. A főnemesség sértetlenül maradt meg a nagy megrázkodtatás után, és szórakozottságában megfeledkezett arról, amire a francia, az angol, aztán az amerikai kivételezettek ebben a században fogcsikorgatva már rákényszerültek. Nem fizették meg a progresszív, reál örökösödési adót, ami a megfizetik két nemzedék életideje alatt, kitessék elé az örököst a birtokból. Nem fizették meg a progresszív reál jövedelmi adót, ami ha megfizetik legalább elméletben kiegyenlíti a nagy és kis életformák között az illetlen ellentéteket. És legfőképpen nem fizették meg a progresszív reál munkabért. Hajnalban a bolytár kihajtotta a marhát a legelőre, és a birtokos elégedette hallgatta torkú bolytárgyerek hajnali éneklését. Ezt énekelte. Fizetésem három forint húsz krajcál, megér abból egy bolytár. De a sajátos módon nem élt meg a haszontalan, inkább elment Amerikába, a bányába. És színre szemre minden úgy maradt Magyarországon, mintha az Isten kegyelméből uralkodó, uraskodó társadalmi rétegnek joga lenne megfeledkezni arról az adózási kötelességről, ami nem csak a távoli nyugaton, hanem már a szomszédos Ausztriában és Csehszlovákiában is törvényesen megvalósult. Nem fizették meg teljes értékükben az adókat, melyeket a nyugati társadalmak gazdagjai mindig nyögve, néha békés evolúció törvényeinek engedelmeskedve Néha forradalmi kényszer következtében nagyjából mindenütt máshol már megfizettek. Nem fizették be ezt a kényszerű koszorú megváltási díjat, és a nagyurak, akik ezekben a házakban éltek, inkább bevárták elsőbben a nyilasokat, aztán az osztást, de nem fizettek reáladót. Nem akartak belenyugodni, hogy fizetni kell, mert nincs harmadik út. Vagy reáladózás, vagy anarchia és bolsevizmus. Például ebben a szép romházban a tulajdonos, történelmi névviselője, rendkívül művelt és udvarias ember volt, francia impressionisták képeit és közép-afrikai rinocéroszok agyarait gyűjtötte, pontosan tudta, hogy valamit kellene csinálni. És többször kifejtette más osztálybeli látogató előtt, kezében egy ritka agyarral, korszerű szociális nézeteit. De végül nem fizetett, mert osztályos társai a birtokos urak, aztán a gazdag plutokraták, és a hivatalos hatalom bolondokházába zárják, ha magánszorgalomból reáladót kezd fizetni. Tudta azt is, hogy az ezer éves szerepnek vége, és ezért, amikor megjelentek az orosz csapatok az országban, nem kezdett bratizni és alkudozni a kommunistákkal, mert olvasta Chateaubriand, szép könyvtára volt, emlékszem a francia klasszikusokra, melyek a nagy könyvtárszoba polcain sorakoztak, és megtanulta, hogy a hatalom, amely degradálja magát és alkudozni kezd ellenségeivel, végül nem kap soha kegyelmet az ellenségtől. A történelmi osztály jobbjai iparkodtak szépen veszteni. Legalábbis nem állottak oda kalappal a kézben, kérni valami maradék csekéséget azoktól, akik mindenéből kiforgatták. Itt laktak, és udvariasan, elegánsan pusztult el az osztály, mindenesetre több rangérzékkel, mint azok a bugrisok, akik szereplehetőséget cimatoltak abban a rendszerben, amely meghirdette, hogy kötelessége a polgári osztályt szerepestül elpusztítani. Rossz léptek a vérpadra az arisztokraták, legtöbbször inkább csak képletes értelemben, mert nem csak a grófok, hanem a kommunisták is hajlandók a sznopságra, és azoknak az arisztokratáknak, akik nem kértek az osztás után alamizsnát, meglepő közönnyel megengedték, hogy halljanak ki. Kevés volt közöttük, aki elment nyugatra, és még kevesebb, aki szerepet könyörgött azoktól, akik megfosztották a szerepétől. A francia forradalomban a terror idejében, amikor Sanson a hóhéra a Place de Grève vesztőhelyén minden nap tucatjával fejezte le a grófokat és az őrgrófokat, az elítélteket hátrakötött kézzel a vérpad magas emelvényén patkára ültették. Így várták, hogy sor kerüljön rájuk. Feljegyezték, hogy a magas emelvény alatt tolongó csőcselék, vérszomjas némberek bíztatták a sorukra váró arisztokrata hölgyeket, dobják le nekik a mélybe finom topánkáikat, hiszen pillanatok múltán amúgy sem lesz szükségük már lábbelire, és az arisztokrata hölgyek, akik kötözött kézzel nem tudták lehúzni a cipőt, a hegyesorú lábtyűket ügyes mozdulattal lábfejjel egyiket a másik után leflicskázták lábukról, és aztán lerúgták az emelvényről a cipőket a kéregetők fejére. Így is lehet veszteni. Nincs sok értelme, de minden esetre gusztusosabb, mint ha például valaki irodalmi díjat fogad el azoktól, akik előzőleg lefejezték, amikor megfosztották az irodalom egyetlen értelmétől és feltételétől, gondolatainak szabad kifejezésétől, a szabad írástól. Itt lakott a grófnő, aki a dúsgazdag francia ékszerész felesége volt. Csak nem maradt a szép házból, csak a homlokzat volt sértetlen. Képzelő erővel megáldott pessimisták a Második világháború után Európát ilyen sértetlen homlokzatú romházhoz hasonlították. Bizonygatták, hogy Európa romház, melynek homlokzata változatlanul fellengzős és tetszetős, de aki belép a kapun, szellemi és erkölcsi vonatkozásban nem talál mást, csak szúgykos törmeléket. A grófnő dísztéri házából valóságosan nem maradt sok egyéb, mint a homlokzat. A romok között kilátszott az ebédlő verszályi falborítása, a boaszöri, és egy törmelék borította spinét is, melynek húrozata a bombák okozta légnyomás következtében lepattogott. 1942-ben a grófnő innen repült el Amerikába, mert ott jobban fűtenek, és ebben tökéletesen igaza volt, Amerikában sokkal jobban fűtöttek 1942-ben, mint Budapesten. Golfütőit vitte magával és egy komornát, alföldi parasztleányt. Ez is helyes. Történelmien átgondolt elhatározás volt, mert készhez szokott golfütő nélkül nem lehet jól golfozni. És a komorna már ismerte a grófnő bizalmas öltözködési tisztálkodási szokásait, kár lett volna elcserélni egy amerikai néger leányra. Így repült el, kezében a golfütőkkel. Bölcs öreg kolett élete vége felé egyik írásában azt mondotta, vagy szerelem, vagy együttélés. Együttélni már egy emberrel is nehéz. Együtt élni egy hazával még sokkal nehezebb. Lehet, hogy a grófnő szerelmes volt Magyarországba, és félt az együttéléstől? Ezért repült el? Nem lehet tudni, mert nem volt ideje megvallani ezt, hiszen nem sokára meghalt Amerikában. Barátnője egy másik grófnő, nem repült el. A festő, aki reménytelenül szerelmes volt ebbe a grófnőbe, itt lakotta a vérmező túls oldalán de a dögös rétség gépi és állati trágyadombja most elfötte a műterem ablakát. Valamilyen Szent Ferenci, keresztes Szent Jánosi parázsló áhítattal hiába leste a grófnő kegyét, és végül annyira elkeseredett, hogy tüdőrákban megbetegedett. Mikor már biztos volt az orvosi lelet, a grófnő Noblesse Oblige egy délután felkereste a műteremben a haldokló szerelmest. Ez csak azért írom fel, mert már mindenki meghalt, akinek köze volt ehhez a melodrámához. Meghalt a grófnő, és természetesen rögtön a látogatás után meghalt a festő is, mert úriember volt, aki nem szeretett úgy kapni ajándékot, hogy azonnal ne viszonozza azt. 11. fejezet Ez volt a híd, itt mentél tele holdkor. Félúton a konflis lefékezett, Clarkádám Ádám építette, a reformkor Sirályok lengtek évei felett. A korláton sok öngyilkos hajolt át, Vízben hever most öngyilkos, s a korlát. Az alagúton hűs szél szaladát, Tapogatja a halottak haját. Tizenkettedik fejezet de mielőtt elindultam volna lefelé a gránit lépcsőn, vissza az alsó romvilágba, hirtelen megvilágosodott még egy emlékkép. Körülnéztem és elcsodálkoztam, hogy itt és most megfeledkeztem erről az apró állóképről. Igaz már nem is miniatűr volt ez, inkább olyan, mint a mikrofilm körömnyi térsége, amelyen elférnek nagy épületek, víziók. Igen, elfért a parányi emléktér felületen Magyarország. Elsősorban egy szerkesztőségi szobát láttam egy nagy pesti bérház emeletén. Liberális lapot szerkesztettek ebben a házban, és akkor tájt cikkeket írtam ebbe az újságba. Azon a délután, márciusi nap volt az is, 1938-ban, írni készültem ilyen lírumlárumot, amikor felnyílott az ajtó, és a szomszédos szerkesztőségi szoba munkatársa, idősebb ember, megállott a küszöbön. Kopasz volt, és valamilyen állandósult gégehurut miatt krónikusan krákogott. Ezért, és mert nagy magyar volt, a Kosuti Duna Konfederáció lelkes híve, a szerkesztőségben Krákóci volt a tréfás neve. Most is köhintett, és csendesen ezt mondta. A népszavazás elmarad. Szájomban a cigarettával, kezemben az öngyújtóval értetlenül néztem a látogatóra. A történelem szánsúhogása ritkán érinti történelmi készültségben a kortársat. Néha pizsamában vagy beretválkozás közben tudjuk meg, újabb korban a rádióból, hogy valaminek visszavonhatatlanul vége. A kis kopasz ember feltűnően sápat volt, csak most láttam, hogy krétafehér az alca. Susnig lemondott, mondotta még, és krákogott. Egy ideig állt a küszöbön, zavartan, mintha szégyelné magát valamiért. A padlót, cipője orrát nézegette tanástalanul. Aztán vállat vont és elment. Csendesen betette maga után az ajtót. Egyedül maradtam, és később gondoltam néha erre, én is úgy éreztem, homályosan és zavartan, hogy szégyellem magam valamiért. Az ember mindig szégyelli, amikor megtudja, hogy nem hős, hanem balek, a történelem balekje. Aznap este későn érkeztem haza. Csillagos, melegkora tavaszi éjszaka volt. Akkor állott még a Lánchíd, hajnali kettő felé, amikor áthajtottam a hidon. Fenn a magasban tündököltek a vakítóan kivilágított miniszterelnökségi palota ablakai. Máskor csak hivatalos ünnepségek alkalmával világították így a szép épületet. A hídról úgy hatott ez a látvány, mintha ma is valamilyen rendkívüli ünnepség fényei tündökölnének a magasban. Mikor a budai garázsba értem, három osztrák rendszámú poros gépkocsi állott libasorban a kapu előtt. A kocsiból nők, gyermekek kászálódtak elő. Egy férfi a garázsmesterrel alkudott. Nem kell mosás, mondta rekedten a férfi, reggel odébb megyünk. Valószínűleg azóta is állandóan odébb mennek. Vártam, amíg a menekülők behajtanak a garázsba. Utolsónak mentem utánuk. Akkor még nem tudtam, hogy én is beállottam a libasorba, amelynek élén az osztrák menekülő család haladt. Tíz évbe tellett, amíg minden következménnyel megtudtam ezt. Hazamentem, és lefeküdtem. Mélyen aludtam. Amíg aludtam, sok minden történt. Tíz évvel később Churchill emlékirataiban olvastam, hogy ezen az estén a londoni Downing Street tízes számú házban Chamberlain angol miniszterelnök és felesége vendégül látta Ribbentrop német külügyminisztert és feleségét. A vacsora után Ribbentrop feltűnően jókedvű volt és festelenül beszélgetett asztal szomszédaival. Chamberlainnek táviratot nyújtottak át. Ebben a táviratban jelentették, hogy a német csapatok átlépték az osztrák határt. Reggel elolvastam a lapokat, amelyek nagybetűs címekkel adtak hírt Susnik lemondásáról és arról, hogy a népszavazás elmarad. A bécsi rádió nem szólt. A helybeli és külföldi rádiók tájékozatlanul riadtan köszörülték a torkukat. Később zenélni kezdett a bécsi rádió, Felváltva játszott csattogó katonaindulókat és egy vidám Schubert-dallamot. Elmentem a garázsba, az osztrák menekültek már odébb mentek. De új poros Bécsi és Gráci rendszámú kocsik állottak a bejárat előtt. Elhajtottam az egyetemi könyvtárba, kölcsönkértem egy könyvet, amelyet csak ott lehetett megszerezni, aztán elmentem a Margit szigetre teniszezni. A tréner idősebb ember volt. Maga sem szeretett futni, és ezért oly óvatosan adogatta a labdákat, mintha a teniszjáték legfőbb értelme az lenne, hogy a játékosok ne fárasszák fölöslegesen egymás szívét. Nem éltóztassék futni, üvöltötte a háló túlsó oldaláról a mezőn széléről. Majd úgy helyezem a labdát, hogy ne legyen szükség a futásra. Ez a gyógytenisz eltartott egy óra hosszat. Akkor az úszodába hajtottam, tus alá állottam, a dögönyöző Emil, ez csak a művész neve volt, mint dögönyöző társa mondotta, a valóságban Károlynak nevezték, végigmarkolta izmaim, úsztam néhány száz métert, és megkönnyebbült lélekkel, felfrissült testtel elindultam hazafelé, ahol várt a munka. Tehát a jól menő íróság napi szertartása. Mert ilyen finoman éltünk mert ilyen finoman éltem. Mindez most már a történelmi félmúlt homályosságából dereng, és ezért illő lenne hamucorni a fejemre és mellem verdesni, mert nem angazsáltam magam az idő szociális barikádjain. Nem viseltem kopott és foltos ruhákat. Nem éheztem, sőt, teniszeztem, is, pogányú jól éltem. De képtelen vagyok ilyen melverdes önvádra. Amit sajnálok, hogy amíg módon volt erre, nem éltem még sokkal színesebben és kényelmesebben. Mert mindenestől olyan fenn az ernyő nincsen kas élet volt ez, nem csak az én életem, hanem a magyar polgári osztály egészének egzisztenciája. A valóságban nem volt hónap az életemben, amikor százpengős gondom ne lett volna. Más kérdés, mire kellett a százpengő. Az autó részlet kifizetésére, vagy egy lelkes olvasó alkalmi támogatására. Mert ez is hozzátartozott a jól menő írósághoz, ami a valóságban nem is volt igazán jól menő. Elindultam hazafelé, de az úszoda előcsarnokában elébb meghallgattam a legújabb rádióíreket. Öblös férfi hang, ugyanolyan hebrencs hadarással, ahogy a sporteseményekről tudósítják a rádiók hallgatóit, értesítette a világot, hogy a német csapatok már elérték Bécset, és a Führer útban van szülőhazája felé. Aztán megint zene következett. Ez a zenésített történelem, amely az éterhullámain át lebegős valcerek és recsegő indulók kísérő zengésével tudatta, hogy egy ország időlegesen megszűnt történelmi fogalom lenni. Egy város elpusztult, a tömegvégzet betelt emberek százezrei felett az elkövetkező évtizedekben rutin lett. Valószínű, hogy amikor Kártágó elesett, vagy Belizár Róma ellen vonult, ezekben a városokban még nem zenéltek. De Bécs most zenélt. A rádióból hömpölgött a német katona zene csinnadrattája. A történelem hangszórója ilyen harsány, pattogós induló kísérő melódiájával hörögte világgá, hogy Hitler Adolf csapatai élén nagy gépkocsiban állongva és integetve, torz cézári karlendítéssel bevonult a Habsburgok fővárosába. Mielőtt hazamentem, hogy kötelességszerűen megírja a kedves mester a napi regény vagy újságcikk penzumot, felkocsiztam a várba és végigmentem a bástya sétányon. Mint az előtt minden nap, a pástja ma is megtelt a déli órákban a törzs közönséggel, a méltóságos és kegyelmes sétálókkal. A gesztenyefákkal és platánokkal szegélyezett sétaúton egy figurás óramű alakjainak gépies szertartásosságával jártak fel és alá a sétálók. A régi történelmi város negyed sétányán, a finom paloták előtt, a koratavaszi napon kivirágzott egy mandulafa. Ezt a fát, csét a közben, a világeseményeket megillető figyelmességgel alaposan megnéztem. Mert nem csak az világesemény, amiről a rádiók örögnek. De máskülönben tegnap óta nem változott a bástya sétányon semmi. Ismerősök komoly udvariassággal üdvözölték egymást, a grófok és bárók kutyái jókedven szaladgáltak a lombozók gesztenyefák alatt. A paloták nyitott ablakain át kilátszottak az üdefényben politúrosan ragyogó nemes bútorok. Minden felé baráti kezek integettek és köszöngettek. A budai város a Krisztina város, a vízi város, a naphegy nyugdíjasai, az államtitkár urak és a miniszter urak, a lampaszos tábornok urak ma is olyan nyugodtan levegőztek és napfürdőztek itt, mint minden nap azelőtt ha nem is személyesen, de hírből és látásból minden ember ismerte a környéken a másikat. Zsinóros lengyel bundában, zergetollas vadászkalapban, szemüveges alacsony ember közeledett, és szórakozottan viszonozta a köszöntéseket. Látszott rajta, hogy konterhes és másra gondol. Ennek az embernek a nézésében, tartásában mindig volt valamilyen zavart és szórakozott álszigorúság, fellépésében tanítós, komolykodó modorán áttetszett az elfogódottság. Földrajztudós volt, politikus, lelkes cserkész, miniszterelnök, régi erdélyi család sarja. Hátán összefont kézzel ballagott a bástya sétányon, sietős, rövid léptekkel. Feltehetően arra gondolt sét a közben, amint a hivatalba készült, hogy a budai hegyek mögött néhány száz kilométerrel arrébb Hitler most vonul be Bécsbe. És, minthogy nem csak miniszterelnök, hanem térképész és földrajztudós is volt, valószínűleg arra is gondolt, hogy most majd át kell rajzolni a térképeket, nem csak azt, a térképét, hanem más térképeket is. Ezért gondterhesen nézett maga elé, és az üdvözléseket csak mellékesen viszonozta. És minthogy az emberek nem csak értelmükkel tudják a végzetet, hanem zsigereikkel is, homályosan és komoran talán gyanította már, hogy nincs messze a nap, amikor éppen ő, a földrajztudós, cserkész és miniszterelnök, mindannak következtében, ami ma történt, három év múlva ilyen szép kora tavaszi nap éjszakáján a miniszterelnöki lakásban agyon lövi magát mert Hitler csapatai megsértették a magyar felségterületet, és átvonultak Magyarországon, útban Jugoszlávia felé. De ez az éjszaka még távolban derengett. Az emberek, akik itt a bástya sétányon szembejöttek, Udvariasan és közömbösen köszöntötték a szemüveges kis termetű embert, mintha minden úgy lenne, mint volt tegnap és a megelőző évtizedekben. A királyi várban, ebben az órában is, mint más napokon, fogadta a kormányzó a jelentkezőket és országolt. És az ország ezen a napon mit csinált? A karikatúra, aki voltam, és a másik karikatúra, ami körülvett és ami voltunk, mit tudott ezen a napon arról, ami igazában történt? Mit tudott a sorsáról az ország? Mert a tisztára sepert bástya sétány korlátjain túl, a János egy ködös panorámája mögött volt valahol az ország. Volt egy valóság, ami nem volt karikatúra. És ez a valóság ezen a márciusi napon, 1938-ban olyan változáson esett át, mint amikor tektonikus rengések meginkatják egy táj belső szerkezetét. Az ilyen rengés első pillanatban alig észlelhető. Csak a lámpa leng a szobában, egy pohár leesik az asztalról, az ember felfigyel, és zavartan néz körül, mert valami történik, amit nem ért, amit nem látni, aminek nincs színe, zöreje, szaga. Csak éppen történik. Ezen a délelőttön nem csak azokkal történt valami, akik a bástya sétányon csellengtek. A hivatalokban, a királyi várban is történt valami. Aztán a mélyben Budapesten, és hajszáleres kötözöttségében mindenfelé az országban. Mindenütt ugyanaz a láthatatlan és zörejtelen cselekmény történt, az a szintelen, szaktala rengés, amellyel nincs védekezés, amit a geológusok tektonikus mozgásnak, a historikusok történelemnek neveznek. De nem csak az ország alkatában, zsigereiben és mirigyeiben történt valami, hanem messzebb is a szomszédos államokban, aztán mindenfelé nyugaton, Európában. Párizs és Róma és Varsó a helyén maradt a térképen, és a földrajzi helyezés valóságában is. De Európa egészében nem maradt olyan kohézióban a helyén, mint ahogy összeállott az első világháború után, amikor szétnyírbáltak és összetákoltak valamit, amit régebben Európának neveztek. Ma nem volt már az, ami volt, mert Hitler Adolf bevonult Bécsbe. Magyarország is a helyén volt még, a térképen és a valóságban. De ebben a pillanatban már nem lehetett tisztán látni az országot. Egyszerre finoman elködösödött minden, mint mikor valaki hazudni kezd. Körülnéztem, és felrém lett, amit az iskolában tanultam, omályosan, ahogy a veszély pillanatában, amikor beteg, hevenyláza van, laza hamari képzeteket kapcsol az ember. Volt egy ország, mert ezer év előtt egy az urál altái nyelvcsaládhoz tartozó finnugor és tatár-török alcsaládokkal rokon keleti törzs kóbor szerzetei az urál lejtőiről levédiából jövet elfoglaltak. Ezt az országot aztán megkeresztelték, berendezték, államot csináltak belőle, a magyarok társadalmát a századok során feltöltötték svábokkal, szlávokkal, zsidókkal. Az ország, amelyet építettek hadvezérek, papok, államférfiak, költők és névtelen emberek százmilliói, ezen a napon is valóság volt. Derengett egy repülőgépről vagy egy költő lelkében. Szép ország volt, és az is maradt az újkori csonkítás után a Kárpátok, Erdély, a Felvidék és Délvidék, Fiumé nélkül is. Volt búzája, olaja, szene, mindenféle élelmiszere. Voltak költői. A budapesti kávéházakban ezen a napon is ott ült néhány költő, a márványasztalon Apoliner vagy Rilke könyveinek egyik példánya hevert, éppen fordítottak egy poémát, vitatkoztak és féltékenyek voltak és egyszerre meglepetésemre hiányérzetet észleltem, mint az aszmatikus, aki hirtelenében nem kap levegőt. Hiányzott valami ezekből a képzetekből, mint az élmény az elfuladó lélegzetből. Hiányzott az igazság. Mert mindenről, ami körülvett, kiderült ezen a napon, és a következő rövid években, hogy csak illúzió volt. Egy kis nép függetlensége, a nemzeti önrendelkezés joga, ez mind csak káprázat volt. Később olvastam, hogy Buharin, Rosa Luxemburg és Radek a nemzeti önrendelkezés jogát burzsoá idealizmusnak minősítették. Olyan volt ez az ocsúdás a bástján, mint mikor valaki leél valakivel egy életet, és elkövetkezik a pillanat, amikor feleszmél, mert nem tudja igazában ki volt és milyen volt az, akivel leélt az életet. És hirtelen mohó, szenvedélyes kíváncsisággal szeretné, ha végre, végre az utolsó pillanatban szint vallana az, aki örökké hallgatott arról, miről? Az igazságról. Hallgatott a maga valóságáról. Szerettem volna végre megtudni igazában, milyen volt Magyarország. Mert abban az eszmélő pillanatban észleltem először, és később, érdatlan idegenségben még sokszor nem tudtam. Ebben a tudatlanságban volt, és van valami kísérteties. Leon Blum, aki népfrontja élén esztendők óta rendszeresen leszavazta a francia parlamentben a hadi hiteleket, ezen a napon felháborodottan tiltakozott. Csemberlen hallgatott, mert Anglia készületlen volt, és ki kellett fogni a szelet a vitorlákból. Mussolini lábhoz tett fegyverrel őrt állott az alpeseknél, szóval nem csinált semmit. Roosevelt is hallgatott, messze volt. Stalin biztosan gondolt valamit ezen a reggelen, de Stalin híres és kitűnő hallgató volt már akkor is. És mert mindenki hallgatott, csak a Bécsi rádió beszélt, Magyarország is néma volt. Akkor délelőtt lenne a mélyben még állott a ház, ahol a lakásom volt. Ideje volt, hogy visszamenjek ebbe a lakásba, és ezen a napon is, mint máskor, néhány órán át írással foglalkozzak, tehát cikkeket vagy regényt írjak abban a tévhitben, mintha ennek lenne valami értelme, mintha a szó, akár szép szó, akár rusnya, mindegy, változtatni tudna valamit azon, ami a világban történik. Mégis a siker reményében írom majd, amit írok, a siker felé pislogok. Na, no, ha tudom, hogy az a melengető, elégtételszerű érzés, ami a siker, a valóságban soha nem más, mint félreértés vagy gyakrabban rongy csalás. Mégis ezen a napon is írok valamit, mert író vagyok Magyarországon 1938-ban. Meglehetősen pontosan tudom, mit akarok mondani, mire gondolok, amikor írok. De mit akar, és mit gondol az ország? Mi volt még? Látni lehetett a mélyben a templomot, ahol a legnagyobb magyar Szécsényi István örökhűséget esküdött feleségének, de ez a házasság, mint a Krisztinavárosban, városban, ahol sokat plegykáltak, tudni vélték, nem volt egészen harmonikus. Mindezt láttam még akkor délelőtt egy pillanatra élesen, világosan állott előttem a parányi világkép, a valóság. Eszemmel nem tudhattam előre, de másféle belső szervi mikrofonnal hallani véltem egy hangot, ami ezt mondta, mindaz, amit látok, ezen a napon kezd feloldódni, bomlani, amorf lesz, mint a vegyészek mondják, mert erre a tömör anyagra olyan erők hatnak, melyeknek az anyag nem tud többé kohéziósan ellenállni. És minden, amit láttam, rövid idő múltán nem lesz többé. Egyetlen jelentős ember nem marad a helyén. A kormányzó a várban, a miniszterelnök a palotában és a többiek, az arisztokraták, a polgárok, a névtelenek, mind elhagyjuk az életformánkat és életmódunkat. Igen. A lakások legtöbbje is porrá omlik. Minden és mindenki, ami és aki e pillanatban még a helyén volt, Sét hulla semmibe. Vagy rángatózni kezd, mint a céllövő bódéban a pojáca és a vadász és a katona, amikor egy kocabajnok véletlenül telibe talál, és az összes figurák gépies zörgő, groteszk rángással egyszerre kezdenek mozogni. Eszemmel nem tudhattam ezt akkor délelőtt a bástyán, de úgy látszik, gyanítottam valamit, mert máskülönben nem őrizte volna a mikrofilm ilyen különös hűséggel a képet. Ez a nap, amikor az ostrom után először jártam a várban, egyidejűleg az utolsó látogatásom is volt a régi város negyedben. Később soha többé nem mentem arra. És mert délre járt, ideje volt hazamenni pontosabban, megtérni az Erzac otthonba, amely most már soha többé nem lesz otthon akárhol bérlek is a világban, cementbe csomagolt légköbb hétereket. Ezért a hegymászók óvatosságával lépkedtem lefelé a gránit lépcsőn, elkerülve a veszedelmes torlaszokat, amelyek nem régen még otthonok valai voltak. Siettem amennyire lehetett, mert Lola már befőzte a prószát vagy a stercet. Akkoriban néhány héttel az ostrom után ilyen paljós elnevezésű förtelmes ételeket ettünk, mert nem volt más. Ideje volt hazamenni, hiszen láttam a bástyát, ami sajnos elpusztult. Láttam szakmári P. Károly melszobrát, ami sajnos megmaradt. És láttam a királypalotát, palotát, ahol már nem országoltak. Láttam még egyszer a piano nobilét, a kis palotákat, ahol már nem lakott senki, mert a progresszív, reáladó fizetésének problémáját az idő végre gyakorlatilag itt is megoldotta. Nem kellett többi adót fizetni, mert nem volt miután fizessen az adóalany, hiszen mindenkitől mindent elvettek. Így végül az adókérdést alaposabban oldották meg nálunk, mint nyugaton. Erre is gondoltam, de csak mellékesen. Megértettem, hogy nem csak én voltam karikatúra ebben a környezetben, a két világháború között, hanem volt valami karikatúra szerűség a magyar életben, az intézményekben, az emberek szemléletében, mindenben. Ez megnyugtatott. Mindig jó tudni, hogy az ember nincsen egyedül. 13. fejezet egy ember, aki hivatalból tanulmányozta a földrengés sújtotta vidékek lakosainak szokását és magatartását, azt mondotta, ilyen vidéken, Nápoly környékén, Szicíliában, aztán Japánban, Perzsiában, az Alotti szigeteken, az emberek nem szeretnek tartósan ülő életmódot folytatni. Leülnek, de aztán rögtön felállanak és néhány lépést mennek ide-oda. Az iszonyat, a földrengés, a teljes védtelenség és reménytelen kiszolgáltatottság iszonyata, mint kondicionált reflex hat tovább az idegrendszerükben. Nem mernek magabiztosan üldögélni, mert tartanak tőle, hogy a következő pillanatban fel kell ugrani és kiszaladni a szabadba, hiszen a fejük felett beszakad a mennyezet, és a talpuk alatt megnyílik a föld. Ilyen jövőmenő, buzgó, gyöszmékelő tüneteket lehetett észlelni a háború befejezését követő időben Budapesten. A földrengés, amely megingatta a lakosok feje fölött és lába alatt a világképet, nem csak a vesztett háborút követő társadalmi, egzisztenciális bizonytalanság volt. Az emberek tudva tudatlan, de nagyon sokan tudatosan úgy gondolták, az a bizonyosság, amire eddig szüleik, aztán ők maguk és gyermekeik felépítették a létezés minden gondját, becsvágyát, reményét, megsemmisült. Ezért gyorsan körülnéztek, mi a sürgős tennivaló. A katonai megszállás ténye, a kommunisták komor, de egyelőre még óvatosan helyezkedő jelenléte, az első megrettenés múltával mániákus tevékenységre ösztökélte az embereket. Még nem volt nyoma az apátiának, a lelki állapotnak, amikor az állandósult magas feszültségű veszélyre közönnyel felel az ember, mert végzetes helyzetekben a közöny a bátorság egyik formája. Ez az apatikus közöny csak később köszöntött be, mikor az emberek megértették, hogy mindenki cserben hagyta őket, és nincs mire várni. Az apáti akkor átmenet nélkül áthevült forradalmi hőfokra de az első két évben ilyen idegrohamszerű magatartásbeli változásnak még nem volt jele. A mindennapok izgalmasabbak voltak, mint a jövő gondjai. Sok ember minden reggel úgy indult a napnak, mint egy tűzkárbiztosító kárbecslő, aki megkísérli, hogy egy írtózatos tűzvész után számba vegye és felméri azt, ami elpusztult. A királyi vár kaput, mondták időszerű zsargonnal. De az országháza sértetlen maradt. A Krisztina város legtöbb háza összedőlt, de az egyik belvárosi bank első emeletén már működött néhány szobában valamilyen kormányféle, és az ajtókra táblákat akasztottak ki ilyen ceruzaírással, miniszterelnök vagy államtitkár. A gyönyörű Dunahidak száz év alkotásai egytől egyik a folyóba dőltek, de már híre járt, hogy van egy ponton híd, amely összeköti Pestet és Budát. A lakásból törmelékek maradtak, de Jenő hazajött a munkatáborból. A cég, ahol a cégjegyző harminc éven át dolgozott, megsemmisült, de a nagymamát sikerült megtalálni egy Pester pincében, elég jó állapotban. Az eszlingeni redőnyöket letépte a bombák légnyomása, de egy volt liberális napilap volt felelős szerkesztője vállalkozott rá, hogy dollárért szerez új redőnyöket. A vígszínház romos volt, de a nemzetiben már játszottak. A bankbán volt az időszerű repertoár darab, ezért meg kellett várni, amíg a nemzet kibánkbánozza magát, és akkor majd be lehet mutatni valami mást is. Kenyeret csak feketén lehetett vásárolni, de már gurultak a törmelékes utcákon az Amerikából septiben hozatott luxuskocsik, és egy újságban 1945 őszén megjelent a felszólítás, hogy ide lenne Budapesten megint egyszer autószépségversenyt rendezni. Voltak emberek, akik felfedezték, hogy a romok között több számukra a lehetőség, mint volt a múltban, amikor még a helyén állott minden. A harmadrangú hírlapíró, aki soha nem vitte többre, mint riporterségre egy napilapnál, gyorsan belépett a pártok valamelyikébe, és öröm teljes meglepetéssel észlelte, hogy a közeljövőben államtitkál is lehet. A tisztességtelenség úgy terjedt, mint a bubópest is. Jog és igazság nem volt sehol, de nébbíróságok népbíróságok már működtek, és a politikai kivégzések minden napos szórakozási lehetőséget nyújtottak a munkanélküli söpredéknek, mint Kaligula idejében Rómában. A tabán elpusztult, de megrögzött öreg alkoholisták elérzékenyült zarándok útra keltek, mert híre járt, hogy az óbudai bormérések sértetlenek. A költő, aki megmenekült a munkatáborból, öntevékenyen, lelkiismeret fuldorás nélkül birtokba vett a budai lankán egy elhagyott villaházat, melynek tulajdonosa éjjel halt a náci sintértelepen. Burzsúj volt, tehát nem kellett sajnálni. Vagy elmenekült nyugatra, tehát fasiszta volt, és azt sem kellett sajnálni. Az enyém tied írott és íratlan törvényei groteszk társalgási szójátékok változata lettek. De a kereskedő, aki valahogyan hazakerült a munkatáborból, vagy előtámolygott a pincéből, Reggel már felhúzta a redőnyt, szerzett és eladott árut. A magánvállalkozás, amit a kommunisták halára ítéltek, kezdetleges alakjaiban is olyan termelő és elosztó erő volt, amit a rendszer egyelőre nem tudott nélkülözni. Az orvos, az ügyvéd kiakasztotta a házfalra a névtáblát. Éhező munkások behozták Budapestre a villanyáramot. A sok lihegő, izgatott emberi iparkodás közepette, a becstelenség rejtélyes fedőszavakkal leplezte igazi szándékait. A beszerzési csoportok, az elhagyott javak kormánybiztossága és más ilyen titokzatos alakulatok szorgalmasan és szemérmetlenül fosztogattak. Az osztás jegyében meghirdetett igazságtevés kísérő tünetei elképesztő, torz emberi fenoméneket varázsoltak elő. A népi költő az osztás örömére lihegve körbeért az országot, és fújta a harsonát, mint aki a nemzet őrangyalának, a haza szeráfjának szerepét tölti be, de hamarosan kiderült, hogy a valóságban csak harácsoló szabad csapatok mutyizó regőse. Telefon még nem volt, és ebben az időben a társas érintkezés különös, múlt századok beli lehetőségé keltek életre, mint a 17. és 18. században, amikor már nem csak a főúrak éltek cikornyás ceremóniák által szabályozott társas életet, hanem a főúri lázadástól megrettent napkirály biztatására Kolber osztálya, a polgárság is majmolta az urhatnámság vizitelő szokásait. Úgy Budapesten, az ostromot követő első esztendő múltával, a látogatók meghívás és előzetes bejelentés nélkül állítottak be. Ez a bizalmasság érthető volt. A rokonok, barátok vagy jó ismerősök éltek vele. De meglepő volt, mikor vadidegenek kopogtak be, csak mert éppen erre jártak, vagy mert hallottuk, hogy maguk is túlélték, hát eljöttünk. A feltevés, hogy a látogatás csak bizonyos társadalmi megegyezések szerint helyén való, a látogatók eszébe sem jutott, mert úgy vélekedtek, elkövetkezett az idő, amikor már minden másképp lesz mint régen volt, és az emberek között nincs többé nyűgös illemszabály, sem társasági káté. A társadalom, melynek rendtartása régen különböztetett az ültetett vendég, akit meghívtak, és az álló vendég között, aki meghívás nélkül állított be, és ezért nem ültették le, már a múlté. Így gondolták a váratlan látogatók. A budai letelepedés első hónapjaiban nem ritkán megéltünk ilyen viziteket. Vadidegen emberek korra reggel vagy késő este hívás és bejelentés nélkül beállítottak. Az alkalmi zoológus érdeklődésével érkeztek, aki ostrom után elmegy az állatkertbe, mert látni akarja, életben maradt-e a puma vagy a tapír. Ebben a bizalmasságban és a tapintat hiányában volt valami oroszos és emberies. Természetesen mindenkit szívesen láttunk, és ha zavarunkban nem ültettük le a látogatót, nem kellett a fejünket törni, mi a tennivaló, mert a besúranó vendég felszólítás nélkül kedélyesen és fesztelenül leült, és néha tovább maradt, mint kezdetben reméltük. Píztattuk és vigasztaltuk magunkat, hogy ebben talán van valami jó is. A társadalmi nivelláltság kezd alakot ölteni, az osztály nélküli társadalom nem üres ígéret de az első meglepetések múltával tapasztaltuk, hogy a váratlan látogatókat nem jó szándékú érdeklődés késztette, amikor becsöngettek az idegen lakás ajtóján. A hadaró társalgásokból hamarosan kitetszett a látogatás igazi értelme, a gyűlölet. Később, amikor a közös nyomorúság és a terror a félelem álszolidaritásában közelebb hozta egymáshoz az embereket, ez a gyűlölet pszichózis felengedett. De az ostromot követő első években a gyűlölet úgy csapott ki dögletes perzselő leheletével, társalagás közben az emberekből és az emberekre, mint mikor óvatlan gondatlansággal felnyitják egy pokolbeli túlfűtött katlanajtaját. A gyűlölet miért? Mert a másik túlélte, mert nem szenvedett annyit és úgy, mint ő, mert ő, aki szenvedett, nem kapott rögtön elégtételt. A gyűlölet, mert minden kevés, minden büntetés és minden elégtétel kevés. Mert a büntetés, amit ez a világ megérdemel, nem lehet eléggé kegyetlen. Mert a jóvátétel, amit valaki remélt, nem lehet eléggé dús és busás. Mert mások többet kaptak vagy raboltak. És aztán a gyűlölet. Mert nem találták meg a romok között, és később sem, amikor már eltakarították a romokat azt, akit kerestek, vagy ami után matottak. Kit kerestek igazából? A látogatók hadarva és dadogva néha kimondták. Elmondták azok, akik már visszamentek a lakásba, vagy elmentek államtitkárnak, vagy kinyitották az üzletet, vagy visszakapták Mariskát. Kimondták, hogy a gyűlölet, mint a narkomány mákony szomja, nem szűnik, nem lehet kielégíteni, mert mindenki visszavárt valakit, és az, akire vártak, nem jött vissza. Várták azt, aki számukra a legfontosabb volt, az egyetlen. Fontosabb volt, mint a lakás, a becsvágy, a szerep, a ké, a vagyon, a bosszú. Mindennél fontosabb volt, akit visszavártak. Mintha mindenkinek az életében lenne egyetlen társ, nem szülő, feleség, szerető, barát, hanem titokzatosan az egyetlen, akire kromoszómák valamilyen biokémiai energiával felelnek, és megértették, hogy az az egyetlen személy, aki talán a gyerek volt, talán a szerető vagy a feleség, nincs többé. Akkor sincs, ha megmenekült a különféle poklokból, a rongyosan és tetvesen visszavászolgott. Akkor sem, a bűntudatosan érkezett vissza, bűntudata volt, mert megmenekült. A földre borult, és így hálálkodott. Nem volt kit visszavárni, mert az az egy, akire a pokol tornákán is gondoltak, akit a gyehennából is visszavártak, nem jött többé vissza. Elpusztult a pokoljárás labirintjei között. Elpusztult akkor is, a testi valóságában megmenekült mert aki túlélte a poklot és visszajött, már nem volt az, akit visszavártak. Aki így csalódik, gyűlölni kezd. Anyák és gyerekek között, az első zokogás és ölelkezés után elkövetkezett a pillanat, amikor megdöbbenten néztek egymás szemébe, és aztán másról kezdettek beszélni. Házastársak, szeretők és minden emberi kapcsolat között ez a legtitokzatosabb, barátok kitárt karral siettek egymás felé. A kitárt kar később sokszor lehanyatlott, mert egészen közeli családtagok, igen, szerelmesek és barátok megdöbbenten néha, felháborodottan néha iszonyodva gyanították és neszelték, hogy a másik nem gyűlöli eléggé azt, amit ők gyűlölnek. A magánélet és a társas élet nagy vizsga pillanataiban ez a buktató kérdés. Gyűlölöd, amit én gyűlölök, vagy közömbös és elnéző vagy? És ha valaki nem gyűlöl eléggé, azt meggyűlölik. Mintha mindenki számára eltűnt volna valaki. És aki visszajött, lefogyott, vagy meghízott, néha csontig fogyott, jó lelkű volt, vagy lihegett, és bosszút akart hogy halálosan fáradt és közömbös volt. De valami történt vele is, mindenkivel, és egy társadalom, mintha megértette volna, hogy hiába várt. Nem csak a személyre várta hiába, hanem arra a másik, változott, emberi társadalomra, amelyről azt hitték, hogy most már valóság lesz. Ez a várás az élet igazi, titkos cselekménye. Beckett zseniális pantomímje, akkor még ismeretlen volt, de a háború után mindenki várt Godóra, és Godó nem jött. Hol pusztult el? A munkatáborban, vagy a csatatéren, vagy a pincében? Vagy az árulás kazamatáiban a gyávaság poshat bűszött vermeiben? Az emberek megértették, hogy nincs kire és mire várni, és gyűlölni kezdettek. A gyűlölet parazsára, mint egy lapát forgács a hanvadó tűzre, Gyóanyag volt az infláció. Elsőbben úgy jelentkezett zörejtelenül, alattomosan, mint a hemofília, a vérzékenység. A paraszt, a síber és a párt élősdíjei dagadtak és gazdagodtak, mindenki más vért vesztett. Az értelmiségi, a munkás, a polgári osztály öregjei, mint az aszkórosok, nap, mint nap senyvettek, aszalódtak. Rövid ideig akadt még eladogatása való hulladék, egy régi zsebóra, egy karperec, aranyfoga, nagypapa hagyatékából, jegygyűrű. Az emberek azt hitték, ilyen szintetikus tápszerekkel túlélik a papírtögvészt, de hamar észrevették, hogy az inflációban, testi fájdalom nélkül, nem csak test súlyt vesztettek, hanem elszikkadt a kevés megmaradt életerő is. A parasztok tudták, hogy ütött az órájuk nem késlekedhettek élni az esélyekkel. Ugyanakkor, amikor a parasztok meggazdagodtak, mert felvizezett, hízott disznót átváltottak a pesti piacon zongorára, Napóleon aranyra, az értelmiség, a munkások és a hivatalnokok minden nap sápadtabban, éhesebben és reménytelenebbül várták, miféle groteszk szemfényvesztést kell másnapra megélni, mi lesz a pénzérték. A papírrondyok? amiket akkor pénznek neveztek, a délelőtt néhány órájában csillagászati számjegyek alakjában kifejezhetetlen billiós értékjelzéssel cseréltek gazdát. A háziasszony reggel elsietett az alkalmi uzsoráshoz, a pénzváltóhoz, a letétbetett betett jegygyűrűből eladott néhány grammot, és a papírral, amit kapott, loholva inalt a vásárcsarnokba, ahol déli 12-ig élelmiszert adtak a Jancsi bankóért. A tőzsde déli záróár folyamának időpontja volt a mágikus határvonal, amikor a pénz aznapi értékjelzése megszűnt, mert a dollárt vagy az aranyat néhány milliárddal vagy éppen billióval többre értékelték, mint reggel a nyitás pillanatában. A számokat már senki nem tudta kiejteni. Adjon még két kéket a sárgához, akkor elviheti a kacsát, mondotta a piacon a kofa, és a háziasszony kétségbe esetten így alkudozott. Kéket nem adok, de adok még egy zöldet. Az emberek megint egyszer tapasztalták, hogy az emberi vállalkozások alján van valami értelemellenes, ami erősebb, mint a tudatérvelése. Budapest lakosságának nagy többsége az inflációs hónapokban olyan csontvázszerűen soványodott le, mint ahogy az anatómiai könyvekben mutatják az ábrák, az emberi szerkezetet hús és zsír nélkül. Ezekben a hónapokban nagy tömeg ember sivárabb és emésztőbb testi nélkülözésen esett át, mint az ostrom idején, amikor mindenki tartalékolt élelmiszert, és a közös veszély kényszer szolidaritása az óvatosokat és önzőket is késztette, hogy a pincében megosszák sorstársaikkal a szűkös vanatokat. Az inflációs nyomorúságban már nem volt nyoma ilyen együttérzésnek. Mint hogy most nem a meztelen életet kellett menteni, hanem a pénzt, a javakat, a kézzel foghatót. Az emberek könyörtelenebb önzéssel feleltek a szükséghelyzetre, mint az ostrom veszélyességei között. Ez a színtelen vérzékenység, az infláció felszította a gyűlölet pszichózis parazsát. A nagy pernek ez a menete most nem a munkásság és a polgárság, hanem a parasztság és a lakosság nem paraszti rétegei között zajlott. Egy csúnyin szított mítosz iparkodott elhitetni a magyar közvéleménnyel, hogy a parasztság nem csak társadalmi osztály, hanem titokzatos erőforrás, legendás, ősi tudattartalék, a nemzeti lét mély talaja. De a társadalom nagy többsége a parasztokban nem tudott mást látni, mint magyar állampolgárokat, akik a mezőgazdasági munkakörben tevékenykednek. Jogaikat és kötelességeiket nem lehetett külön választani más társadalmi rétegek jogaitól és kötelességeitől. Az emberi jogok ligáját ebben az időben már megalapították, de az emberi kötelességek ligájáról nem szólt senki. A kommunisták Gúnyos nagy lelkűséggel megkínálták a parasztot az osztással, és vigyorogva várták a pillanatot, amikor bikacsökkel kitessékelik az osztotból pontosan úgy, ahogy elébb kidobták a birtokost. Egy nagy per cinikus, groteszk politikai taktikázássá változott. Az ezer éves pert a nincstelen, gyalázatosan díjazott zsellér parasztság sorsperét be kellett fejezni Magyarországon is – mint elébb minden nyugaton. A kommunisták kézdörzsölve játszották az ajándékosztogató Mikulás szerepét, és tudták, hogy az osztás nem befejezés, hanem egy új, minden eddigivel vetélkedő embertelen jobbátság első menete. A parasztok gyanakodtak. A földet elfogadták, nem is mindig olyan mohó készséggel, mint ahogy az osztogatók elvárták, és lesték, mi lesz ennek a mesés és vásárfia osztogatásnak a vége. Minden esetre megértették, hogy az infláció az átmeneti idő, amíg irgalmatlan következetességgel éreztethetik helyzeti energiájukat. Itt volt a történelmi pillanat, amikor nem csak munkájuk és termékeik jogos ellenértékét követelhették a fogyasztótól, hanem a tetejébe az zongorát is, a zsebórát, a családékszert minden fényes tárgyat, ami az útmentében és a társadalmi szemétdombon megcsillant. Magyarország olyan volt ebben az időben, mint egy ember, akinek amputálták a lábát és elfolyik a vére. Nehézipari termékeit jóvátétel címén elrabolt a szovjet, és minden más, ami megmaradt, élelmiszer, iparcikkek, elfolyt az inflációs csatornákban. A gyűlölet, amit ez a megtetézett nyomorúság fellobbantott, öncélú, sőt, öntevékeny erő volt. Újkori, förtelmes szaknyelven nevezték így a tüneményeket. Az emberek már nem kerestek ürügyet, hogy gyűlöljenek, hanem önállóan, az értelemtől függetlenül gyűlöltek. Üres hassal nem lehet himnuszt énekelni, írta egy tüdős pamflettista Szabó Dezső. Most itt volt a pillanat, amikor az emberek megértették, hogy üres hassal az internacionálit sem lehet énekelni, és a társadalmi igazságtevésről nem lehet korgó gyomorral beszélni. Könyvek jelentek meg, melyek a gyűlölet erkölcsének fenoménját elemezték. Ez a fenomén nem volt elszigetelt magyar tünemény. A fai képlettel átmérgezett, a 19. század liberál-humanisztikus álerkölcsének romjain felépített gyűlöletpszichózis mindenfelé lobot vetett. A színesek világszerte gyűlölték a fehéreket, minden fehér A vroletárok gyűlölték a kapitalistákat, a parasztok lázadtak Mexikóban, Kínában, mindenfelé Dél-Amerikában a birtokosok ellen, és az értelmiségiek gyűlölték a közgazdászt és a szociológust a szarukeretes elmélkedőket, akik emberben és terményben statisztikai nyersanyagot láttak, mert nem az emberben és az életben hittek, hanem a módszerben és az anyagi eredményekben. Magyarországon az infláció vörhenyes vízfénye megvilágította a társadalom és a parasztság viszonyának mesterségesen elködösített valóságát. A kommunisták gondoskodtak róla, hogy nem sokkal később a parasztság is a vesztesek táborába kerüljön. Maradt a színen a két pofára csámcsogó síber, a párt parazitája és a jófiú, az értelmiségi, aki megkötötte a paktumot a kommunistákkal. De az inflációs időben mindenki gyűlölt mindenkit. Nem csak a parasztot gyűlölték, a munkás, az értelmiségi látta, hogy a Váci utca kirakataiban árulnak francia pesgőt és illatszert, straszburgi pástétomot, angol könyveket, amerikai fényképezőgépet. Kormányfőtanácsosok visszaköltöztek az elhagyott rózsadombi villalakásba, tatarozták a szobákat, a fausti bűvészmutatvány, az infláció zűrzavara közepette vitatkoztak a kárpitossal, milyen színárnyalatú paszteltapéta kerüljön a méltóságos asszony öltöző szobájában a falakra? Pasaréti kertekben, a reggeli órákban látni lehetett a csillagos házból, vagy a vidéki menedékhelyről visszaköltözött tulajdonosokat, amint Volter tanácsa szerint nyájas komolysággal ápolták kertjüket, öntözőkannával jártak a fuksziák között. Az éhesek, akik elmentek a kerítés mellett, tudták, hogy nem a fuksiákat öntözik, hanem a napóleon aranyakat, melyeket a nyilasok érkezési előtt elástak a családi kertben. Íres, rossz emberek szorgalmasan jártak a farkasréti temetőbe leróni kegyeletüket baráti sírok előtt, ahol a fejfa alá elásták a családi ékszereket. Öreg háziaskodó hajlamokat fedeztek fel magukban és a dollárokat hártyapapírral lekötözött, ledunztolt, pecsétviasszal zárolt, befőttes üvegekben rejtegették. Néha elfelejtették, hová ásták el a kincseket, és ilyenkor szuszogó, éjféli ásások következtek, mert a szomszédban is szakemberek laktak, akik következő éjszak azonnal lapátolni kezdettek ott, ahol hajnalban ásás nyomokat véltek felfedezni egy társadalom morális igénye megsemmisült. És mindenki gyűlölt mindenkit. A sebes, heges, varas, romos város nem siránkozott, mint jóba szemétdombon, hanem parázslott a gyűlölettől. Az, amit az élet cselekményének nevezünk, filmszalag, a sebesen következő képkockák élménye, számomra megszakadt a napon, amikor megértettem, hogy nincs többé kire várni. Maradt a képeskönyv, amit néha fellapozok. A képek, mint egy pogány biblia papperumban, rajzos, primitív, színezésű emlékkockák. Nem kell behunni a szemem, hogy lássam ezt a képeskönyvet. Tengerek, földrészek, az öregség óceánikus távlatán túl is élesen látom az apró képeket. 14. fejezet a gyűlöletnek voltak meglepő melléktermékei. Itt volt például a zsidó rendőrtiszt, aki 1945. decemberének egyik éjszakáján belépett a körúti Emke kávéházba. Ez a kávéház abban a történelmi váltó pillanatban olyan volt, mint egy hideglelősen, fogvacogva sínlődő, lázbeteg, nosztalgikus víziója. A fűtetlen, fagyos Budapesten a körúton, ahol sok háznak kilógott a bele, a sötét utcákon témfergő orosz martalócok, pesti jasszok és rendfenntartást mímelő szovjet gyalogság őrjáratai között néhány hónappal az ostrom után megnyílt egy békebeli pesti kávéház minden talmi és pakfon pompájával az emke. Villanyfüzérek ragyogtak a langyos teremben, álpálmák orientális műfényűzés pompájával hivalkodtak, a büfében ezüst tükrök között ott rónolt a kávés neje, a pincérek vedlet fekete egyenruhában, hónuk alá csapott szájkendővel siettek, lúttalpú pincérjárással az asztalok között, melyeket hófehér damasztal, békebeli műezüsttel és olcsó porcelánnal terítettek. Az asztali vázákban művirág porosodott, és a sarokban teljes készültséggel helyezkedett el a cigányzenekar. A primás a brácsás, a nagybőgős, a cimbalmos és a pikulás. Várták pincérek és cigányok, mint régen a mulatós vendéget, aki húzatja a merengőt és a talpalávalót. Valamilyen szeszélyes véletlen jóvoltából nem csak az épület maradt sértetlen, hanem a régi körúti kávéház teljes békebeli felszerelés és megmenekült. Nem rabolták ki, minden a helyén maradt. A kávé sürgött és forgott az asztalok között, Érdeklődött, mi a nagy érdemű vendége kuholja. A konyhába vezető forgajtó mindegyre keringett, a pincérek alpakkatálon hordták ki a gazdag étlapon felsorolt ételeket. Az éhező városban mindent lehetett itt kapni, mindent, amiről akkor már hónapok óta csak suttogó emlékezéssel beszéltek a lakosok. Rengő húsokat, ízes mártásokat, ezüstözött vödörben fajborok ültek. Ilyen volt az emke Budapesten, 1945. decemberében. Az asztaloknál az ételszagú langyosságban a környékbeli körülti kávéházi törzs publikumnak azok a mutatóban megmaradt mohikányai ültek, akik valahogyan átvészelték az írtózatokat, megmenekültek és visszatértek a raboskodásból és a bujdosásból. Kereskedők, ügyvédek, orvosok, úgynevezett körúti kispolgári értelmiség családtagjaikkal vacsoráztak itt, mert az asszonyok már felfedezték, hogy a belvárosban megnyillott néhány fodrászüzlet, akadt varrónő is, aki elvállalt házi munkát, és siettek az esti kiszálláshoz illően kirittyenteni magukat. A cigány csendesen húzta, az evőeszközök, a porcelántányérok békebeli ismerős dorombolással adtak hangot. A pincérek a régi rutin szakmaszavaival nyugtázták a rendeléseket. Savanyúság, igenis, lepirítva, igenis. A boros, a szívaros, a kenyeres csellengett a terített asztalok körül, ahol a septiben és meglepő sértetlenségben előkerült törzs publikum mellett helyet foglaltak sötét kirgizek, csúvasok, a megszálló hadsereg steppelt kínai kabátba, csúcsos kucsmába öltöztetett lógósai, hölgyeikkel, Akiket nem régen ismertek meg a körút fagyos utca sarkán. Ez a vegyes társaság, a törzspublikum és az újfajta vendégek lapos pillantásokkal méregették egymást. A nagy őrségváltás, a történelmi forgószél sodorta össze ezt a gyülekezetet. Különös vegyülék volt, és az öreg pesti pincérek közömbösen, egykedvűen szolgálták ki a csúvasokat, hölgyeiket és a környékbeli cipőkereskedőket azzal az álmos, okos, megvető közönnyel, mint mély békében egy címkóros társadalom kormányfő tanácsosait. Ebben a félig történelmi, félig konjunkturális szituációban nyitott be a zsidó rendőrtiszt. Szegről végül ismertem ezt az embert, bankhivatalnok volt, a hitleri nyilas idők előtt itt feketézett és alsózott az emkében minden délután más zsidó kispolgárokkal. Tudtam, hogy családja elpusztult a tömeggyilkosságban. Anyja és húga Auschwitzban, öccse nem került vissza a munkatáborból. Megismert, udvariasan sapkája ellenzője az illesztett kézzel köszöntött. Megállt a forgóajtóban, és a ruhatáros sietett lesegíteni a vendégről a vadonatúj bőrkabátot, elvette kezéből a kesztyűt, lovaglóstort. Minden ruhadarabja új volt. A mértékre szabott bilgericsizma, az aranypaszomántos, ezredesi rangjelzéssel ékített dolmány. A bankhivatalnok eltűnt a nagy állarcos bál forgatagában, megjelent helyette a teljhatalmú hivatalos személy. A tulajdonos és a pincérek siettek jó helyezési asztalt keresni, és a rendőrtiszt lassan, méltóság teljesen sétált el az asztalok között. Kényelmes, ráérős mozdulatokkal foglalt helyet. Mindenki őt figyelte, és a vendég tudta, hogy e pillanatban ő itt a nagy személyiség. Ez a zsidó rendőrtiszt ebben a helyzetben, ebben az időben Budapesten élet és halál ura volt. Kézintésére a frissiben szervezett állambiztonsági osztagok fogd elvittek a hírhet pincébe mindenkit, akire rámutatott. Azt csinált, amit akart egyelőre vacsorázni akart. Összevont szemölgyei alól aggályos szakértelemmel egy békebeli ínyenc nyelv tárgyismeretével választott és rendelt finom falatokat, balatoni fogast, hálóban sütött foszlós bélszint, jóféle köreteket. Az italos, hosszabb megbeszélés után pókhálós boros palackot bontott számára. A pincérek mint a hangászok a zenekarban, mikor egy nagy karmester veszi kézbe a pálcát, felpesdültek. A nagy vendég körül nem szűnt a szolgálatkész jövésmenés. A hűtőt a boros üveggel asztal közelbe helyezték, parádi vizet is merítettek a jékes kockák közé. A cigány átszellemülten csendesen húzta a régi operett melódiákat, és a jelenet mindenestől olyan is volt, mint mikor társadalmi őrségváltás idején egy új párvenű réteg elsiet az operába, mert végre látni és hallani akarja a traviátát vagy a parasztbecsületet, amit régebben még a kakasülőről sem volt módja meghallgatni. Ez a zsidó rendőrtiszt most eljátszatta magának a régi békebeli Budapest körúti álpompájának nagy jelenetét. Ő volt a kávéházban a császár. Ahogy az orfeumok alvilági nyelvén nevezték a ritka vendéget, tehát az alföldi Ispánt, aki disznóhizlaláson eleget keresett, hogy egyszer egy évben felránduljon Budapestre és grófot játszon az orfeumban. A csúvasok és kirgizek is vizslattak. Az asztalokon, a boros pohár mellett ott hevert előttük a géppisztoly. A jelenetben volt valami egy Dostojevski fejezetből, a karamazovok dőzsöléseinek ponyvahangulatából, vagy Gorki Artamonovjainak kiszámíthatatlan magatartásából. Mert ez a langyosra fűtött talmi pompás Pesti kávéház vendégeivel, elsősorban a zsidó rendőr kiszámíthatatlan robbanóanyaggal telített vegyülék volt. A távoli orosz pusztaságokból idetévet fegyveres gavallérok hölgye is áhitatta, és aggályosan lesték a hatalom megszemélyesítőjének jelenlétét. A szomszéd asztalok vendégei mímelték, hogy fesztelenül társalognak, de a valóságban mind nyugtalanul pislogtak körbe, hiszen mindenki rejtegetett valamit. Egy mázsa avas vajat a fekete piac számára, sívardobost, melyet tört aranyjal tömtek meg, vagy egy bűnt. És nem tudhatta senki, nem őrize a rendőr ezredes noteszében névtelen feljelentéseket. Régi vagy újabb keletű elszámolások bosszú kísérletének vádaskodó dokumentumait. De a hatalmas vendég egyelőre nem törődött a környezettel. Az áhítatosan figyelmes pincérek a minisztránsok buzgalmával szolgálták ki a nagyurat, aki valóságosan celebrálta a vacsorát, mint egy pap a szertartást, evett és ivott, mintha minden természetes helyén való lenne. A falatozás végén a pincér hozta az illatos gépkávét, a szivaros sietett az óbudai dohánygyár környékén rabolt zsákmányból kiválasztani egy pettyes trabukót, tüzet adott, és a rendőrtiszt tele gyomorral, megenyhült arckifejezéssel fújta ki a szivarfüstöt mint a vendégek. A kávés is megkönnyebbült mosolyal figyelte a veszedelmes vendég arc kifejezését. Mindenki fellélegzett. A rendőrtiszt barátságos viselkedése, civilizált magatartása eloszlatta a gyanakodást, hogy valami rosszra készül. És csak ugyan, a belakott, szivarozó, minden jel szerint a kellemes emésztés derűs állapotában kényelmeskedő hatalmas ember jól érezte magát. Nyájos volt. Mosolygott. A borospoárral átkocintott a szomszéd asztal felé a körülti törzs vendégek társaságában üldögélő szépasszonynak, tolakodás nélkül, kedélyes gavallériával, és aztán füstölgő szivarral ujjai között jelt adott a cigánynak, hogy jöjjön közelebb. A prímás nyakában a kendővel, kezében a hegedűvel és a nyíregytyűvel alázatos, bizalmaskodó, vigyorgó settenkedéssel, egy régi ipar statisztájának szimatával, mint aki orrontja, hogy a nagy vendég megfelelően bemelegedett, és elkövetkezett a danás, ricsajos, nóta rendelés ideje, bizalmasan hajolt a vendég elé, aki csendesen fülébe mondta a rendelést. A móré lelkesen bólintott, Visszasietett a bandához, mondott valamit, cigány nyelven, a cimbalmosnak és a prácsásnak. Vállához igazította a hegedűt, és lendületes pátosszal magasba emelt a vonót. Áhítatos csend volt a kávéházban. Ebben a templomi csendben, folytott várakozásban egy békebeli, már elfeledett, valószínűtlen törzsi ünnep emlékezése is füstölgött. Így mulatott régebben a magyar úr. Így éltünk egykor agyászában. Erre emlékeztetett a jelenet. A vendégek aggodalmas kíváncsisággal várták, hogy megszólaljon a zenekar. Mit rendelt a zsidó rendőrtiszt? Az internacionálét vagy egy Czerkovic zalt A primás a hegedű fölé hajolt, új hegyel pengetett egyet a húrokon, a banda pianissimo követte a hangadást és a templomi csendben, Budapesten, 1945. decemberében, a körúti MKKV házban a zsidó rendőrtiszt parancsára felhangzott a Szép vagy Gyönyörű vagy Magyarország, szebb talán, mint a Nagyvilág című és kezdetű, irredent a amely már régebben a két világháború közötti Magyarországon is műdalnak számított, és most ebben a környezetben olyan fülhasogatóan hamis, krajcárosan üzleties műhazafiság volt, hogy émeigést keltett a hallgatóban. De a cigány érzéssel játszott. A vendégek megszeppenten bambán figyeltek. A pincérek abbajták az ételhordást, és a rendőrtiszt csendesen elhelyezte a füstölgő szívart a hamutálkában, összefont a karját, hátradőlt, és behunta a szemét. Ennek az embernek minden oka megvolt rá, hogy gyűlöljön. Gyűlölje azt a Magyarországot, amely szebb talán, mint a nagyvilág, de amelynek hivatalossága meggyilkolta anyját és testvéreit, megalázta, emberi méltóságában megsértette őt, a Magyarországon született magyar állampolgárt. Mit akart, amikor tökéletesen megváltozott társadalmi és hatalmi helyzetben? elhúzatta a körúti kávéházban a hazafiaskodó iredent a Gúnyolódott. Néztük a csukott szem zsidó rendőrtisztet, és mind, akik összeverődtünk az ezüst tükrös kávéházban, hallgattunk. A csúvasok hülye arckifejezéssel bámészkodtak, nem értettek a jelenetből semmit. De mindenki érezte, hogy valami történik. Túl a zavaros helyzeten, egy ember mondani akar valamit, fizetni akar valamiért, válaszolni akar. Mert akármilyen alvilágian, vigyorgóan torz volt a jelenet, mindenki neszelte, hogy most nem csak muzsikálnak a kávéházban, hanem történik is valami. Egy ember megvalósítja, amire talán egész életében vágyott. De soha nem volt módja reá, hogy minden következménnyel megvalósítsa, amire egész életében vágyott. Csak mindennek kellett történnie, amíg ez az ember jelmeztés szerepet váltott, hogy aztán elhúzassa a Pesti kávéházban az álhazafias, provokálóan üzleties, tartalmában csak nem együgyűen érzelmes nótát. Kellett hozzá Hitler és Auschwitz. Kellett az, hogy amerikai, aztán angol és orosz fiatal emberek milliói pusztuljanak európai, afrikai és ázsiai hadszintereken kellett, hogy darabokra szakadjon egy nagy hatalom, a német Reich, és megsemmisüljön egy kis országban, Magyarországban, egy társadalmi rend és az ahhoz tartozó szemlélet. Ez mind kellett hozzá, hogy ez az ember végre elhúzassa a cigányjal az emkében, a hamis érzelgős, irredent a műdölt. Mert ha ez az ember néhány esztendő előtt, tehát Pesti bankhivatalnok korában, egy éjszaka betéved az MK-be, és megrendeli a cigánynál a szép vagy Magyarországot, feltehető, hogy akad a kávéházban tartózkodó keresztény vendégek között, aki ezt gondolná, miért hazafiaskodik ez a zsidó. És lehet, hogy a zsidó törzs egyike másik, is azt gondolja, tulajdonképpen miért hazafiaskodik ez a zsidó. De ő nem hazafiaskodni akart, hanem egyszer életében el akarta húzatni az emkében a nótát, ami arról szólt, hogy Magyarország az ő számára is haza, akkor is az, ha őt a zsidót, aki itt született, akinek magyar az anyanyelve, akinek legközelebbiét megölték, akit megaláztak és halálra kergettek, ki sem bízték ebben a társadalomból. De most elkövetkezett a pillanat, amikor megrendelhette a cigánynál a nótát, úgy, hogy a kávéházban senkinek nem jutott eszébe gúnyosan mosolyogni. És senki nem kérdezte, mit akar itt ez a zsidó. Mert ez történt. Látszott az embereken, akik a műdalt hallgatták, hogy nem értik egészen pontosan, mi történik. De hallgattak, és senki nem mosolygott. Gúnyosan sem, másképp sem. A rendőrtiszt egy emésztő butha közönyével lehúnyt szemmel mozdulatlanul hallgatta a zenét. Amikor elhangzott az utolsó, alpárian könzacskó facsaró, rekeszizom, rezegtető szólam, mindenki néma és mozdulatlan maradt. A vendég intett, hogy kéri a számlát. A pincérek ugrottak, tányéron hozták a borsos számlát, amit a rendőrtiszt bekecse zsebéből hanyagon előhúzott Jancsi Bankó göngyöleg újnyi vastag készletéből számolatlanul egyenlített ki. Hullott az áldás a pincérek, a cigány, az italos és a ruhatáros zsíros bankjegyeket kaptak. Mindenki hajlongott. A vendég felöltötte a bőrkabátot, meghúzta derekán a szolgálatővet, homlokába nyomta a tányérsapkát, kézbe vette a kesztyűt, lovaglóstort, és mély csendben, lassú léptekkel indult a kiárat felé. A forgóajtóban megállt, körülnézett. Mindenki leste, mondd -e búcsúra valamit. Komolyan nézett, de nem szólt semmit. Két ujját csapkája ellenzőjéhez emelte, így köszönt, és szótlanul kilépett a forgóajtón. Fizetett. 15. fejezet Ne csitulj szív, ne feledj! A bocsánat híg levében ne oldjad föl a vádat, ne tűrd, hogy langy közöny és nyomorúság a kénysavat szentelt vízzé higítsák. Égj, mint olajtorony, őrült, szökellő láng, melyet nem oldhat el súnyiszellő, pattog, szikráz, maradj izzó parázs, nem engesztelt forró vadjeladás. 16. fejezet A bankhivatalnak, aki váratlanul beöltözött rendőrtisztnek, nem volt magányos tünemény. 1945 telén Budapesten és a vidéki városok utcáin váratlanul megjelent egy ismerős és ugyanakkor meghökkentően eltorzult jelenség, az egyenruhás ember. Az ostromot követő első esztendőben Budapesten és a városokban, falavakban, magyar hivatalnok, rendőr vagy katona kevés mutatkozott az utcán. És a kevesek, akik feltűnedeztek, még a régi formaruhákat viselték. Katona tiszt ebben az időben óvakodott uniform is tölteni. A királytalan királyság átalakult, köztársaság lett belőle. Zsírodú válvonagatva mondotta, amikor egy állam államformát változtat, ez olyan, mint mikor egy ember szexust változtat – a fiúból leányt operálnak, vagy a leányból fiút, de a valóságban legtöbbször csak hermafrodita születik így. Ez a köztársasági karhatalom új egyenruhát kapott, és egyszerre meglepő hamarisággal megtelt a város vadonatúj mundérba öltöztetett tányérsapkás, derékszíjas rendőrökkel és katonákkal. Ez az egyenruha mánia nem csak a karhatalom alkalmazottjain tört ki. Egy napon 1946 tavaszán, meghívót kaptam, menjek el az országház épületébe, mert a társadalmi megbékélés tanácsa ülés tart. Megvitatják, hogyan lehetne a magyar zsidóság írtózatos sebeit gyógyítani. Az ülésen írók, politikusok, szociológusok jelentek meg, és két pap. Egyik a budapesti neológ izraelita hitkösség főrabbia volt, a másik katolikus tábori püspök. A főrabbi tábornoki egyenruhát viselt, tányérsapkát arany paszomántokkal. A katolikus püspök a tábori papok rangjelzéses uniformisát. A társadalmi megbékélés ülésén a jelenlévő meghívott zsidók szenvedélyesen összevesztek. Az ortodox hitkösség egyik tagja izgatottan kiabálta, hogy a társadalmi megbékélésnek egyetlen gyakorlati lehetősége, ha minden antiszemitát felakasztanak. A neológ főrabbi a tábornoki egyenruhában ellenezte ezt a javaslatot, mert így mondotta, ha minden antiszemitát felakasztanak, ez még nem biztosítja a társadalmi megbékélést, hiszen a felakasztott antiszemiták életben maradt családtagjai feltehetően ellenérzéssel szemlélik ezt a megoldást, és így nem lesz igazi társadalmi béke az országban. De az ellenpárt megfenyegette a tábornok rabbit, hogy Elárulja a megbékélés ügyét, amikor ilyesmit mond, és egy tisztes külsejű, fehér szakállú, patriárka megjelenésű ortodox zsidó öklét rászta a rabbi felé, így kiabálta, lesznek még választások. Az ülés rossz hangulatban ért véget. Nem is maradt más emlékem erről a megbékélési kísérletről, mint az egyenruhás rabbi és a karpaszomántos püspök alakja. Tél derekán megjelentek a plakátok, amelyek sorozásra hívtak egyes korosztályokat. Ezt senki nem értette, mert a háborúnak vége volt. A hadsereg felbomlott, és nem lehetett felfogni, miért és kit kell még sorozni Magyarországon. Egyik ilyen alkalmi sorozáson mégis megjelent néhány korosztálybeli tájékozatlan állampolgár a kaszárnyi épületben, ahol régebben is soroztak. Kis magyarra vetkőztek, és diderekbe várták, hogy túlessenek az érthetetlen procedúrán. A fűtetlen teremben öreg tovább szolgáló őrmester tett és vett, de a sorozást vezető tisztek nem mutatkoztak. Rövid idő múltán egyik pőrére vetközött újonc ezt mondta. Kabinos úr, itt hideg van, mi az a megyünk? A többiek fogvacogva és mérgesen helyeseltek, öltözni kezdettek. Az öreg őrmester mentegetőzve felelte. Igazuk van az uraknak, nem tudom miért késik az ezredes úr, biztos nem kapott villamost. Tessék csak hazamenni. A bot csinálta újonc, aki ezt a jelenetet később elmesélte, csak utólag értette meg, egy esztendő alatt milyen méreható változás következett be a magyar közéletben. Egy év előtt elképzelhetetlen volt, hogy egy sorozásra rendelt újonc az őrmestert, kabinos úrnak szólítsa. De most ez is lehetséges volt, mert nem csak az újonc félt a sorozástól, hanem az őrmester és az ezredes is. Csengő frász ebben az időben még nem volt, hiszen sok lakásban csengő sem volt, de az emberek kezdettek eltünedezni. Volt, aki néhány hét múltával előkerült, mások később, egyesek soha. A terror morgott egyet, aztán meglapult, mint a puma a dzsungelben, szimatolta a széljárást. A vádemelések egyesek ellen, majd általánosan a magyarság háborús részvétele miatt egyelőre óvatos torok köszörülések kísérő hangjaival szólaltak meg. Az emberek felfigyeltek, mennyi és milyen az egyén felelőssége ha az állam, amelynek polgára morális törvénytelenségeket követel? Az állampolgár csak akkor felelős az államért, ha cselekvően támogatja az amorális cselekedeteket? Az állampolgár elsőrendű kötelessége minden időben, hogy megmentse önmagát és családtagjait. De nem azon az áron, hogy végrehajt parancsokat, melyeket lelkiismerete nem ismer el jogosnak, hanem akár mimikri segítségével is. Életben marad, de nem segít gyilkolni, amikor az erőszak erre vetemedik és nem mutyizik, amikor emberellenes bűnökre vetemedik a hatalom. Nem hajlandó, jól fizetett kivételezetnek lenni ott, hol a kivételezettség ára a cinkosság. Az emberek felúcsuttak, és kezdették megérteni, hogy a kollektív felelősség elve erkölstelen szemfényvesztés, mert élesen lehet bírálni és elválasztani, ki a bűnös, és ki az, aki csak jelen van, mikor mások bűnöznek, jelen van, mert nem tehet mást. Csengő frász még nem volt, de néha már kopogtak, éjszaka is, nappal is, a lakásajtókon. Egy tanulmányában on the knocking at the gate in Macbeth, ezt írja de Quincy, soha nem tudta megérteni, miért hat rá ez a kopogás ilyen vészesen, rémítően. Talán azért, így írta, mert egy minden következménnyel végrehajtott gaztett után a szemtanú nem csak az áldozatot sajnálja, hanem a gyilkost is. Hasonlót mond a karamazovokban az öreg Starec. Szimpati angolban nem csak együttérzést jelent, hanem megértést is. Romantikus korszak lehetett, amikor még módja volt a kortársnak, hogy megértéssel figyeljen az éjszakai kopogtatásra. Lehet a kegyetlenség humánus? A feltevés képtelenül hangzik. De a kegyetlenség, mert ember személyesen követel el ember ellen, még mindig emberi kegyetlenség. Van benne meglepetés, írtózat, és van benne a katarzis lehetősége is. Az ember hajlama a kegyetlenségre a változó műveltségi korszakokkal mit sem változott. Nincs minősíthetően különböző ázsiai, Nincs ókori, nincs újkori, és nincs európai kegyetlenség. Csak pillanatok vannak, amikor a gátlás, jó ég tudja miért, néha erősebb, mint a kegyetlenségre való hajlam. Az asszírok 5000 év előtt magasrangú műveltséget alkottak. A világ színpadán elől rivalda fényben állottak, a népek reájuk figyeltek és tapsoltak nekik. Jogalkotásuk szőrszál jogi okfejtésben felülmúlta a későbbi római jogot. Művészetük nagy lendületű volt, inkább építészet, tehát deklamáló. A részlettel az egyéniség jellegének megörökítésével nem sokat törődtek, de világpolitikai sakhúzásaik, társadalmi berendezkedésük, Isten képzeteik teljesen modernek. Jelentés jövőt, emberit és ember fölöttit, nagy látóhatárral szemlélő vállalkozások voltak. És közben az asszírok is, mint a kínaiak, a rómaiak, aztán később a franciák, az angolok, a németek és az oroszok dísznó módon kegyetlenek voltak. A kegyetlenséget nem lehet korhoz kötött tüneménynek látni. Idő fölötti, történelem fölötti jelenség. Az asszír nagy uralkodók, a tiglatpileszárok, szír palok, és a szalmanasszarok elsőrendű csatorna és templomépítők, istenképfaragók és művészetpártolók voltak, de mind megegyeztek abban, hogy a legyőzött ellenfél szemét kiszúrni, nyelvét kimetszeni, kezét levágni természetes és emberi vállalkozás. Assurna szirpál fekete márványba vésette a diadalmas és bölcs cselekedet írott emlékét, amely szerint Ahia babát az Arameus herceget Ninévében, elevenen nyúzatta meg. A herceg rokonait nyársra húzatta, majd a kíséret tagjainak fejét levágatta, a fejekből gúlát rakatott, és a leányokat és fiúkat elégette. Mint Auschwitzban 4500 év múltán, mint Katyinban, mint, igen, mint Budapesten az Andrási út 60-ban. Mi az emberi kegyetlenség igazi oka? Az elfolytás? Az organikus élet alapanyaga protein és nukleinsavak. Évmilliárdok kellenek hozzá, amíg egy planétán, ahol bioszféra van, egy molekula fejlődés liba sorába áll, és komplikált organizmus lesz belőle. A molekula nem kegyetlen, de ugyanez a molekula fejlett emberi változatában már kegyetlen. Miért? Semmiféle más organizmus nem hajlandó a kegyetlenségre, csak az ember. A halál tudatból következő pánik a kegyetlenség oka? Nem tudunk semmit. Mind, akik élünk, halára ítéltek vagyunk. Közömbös és sötét univerzumban kallódó, vak életre hívott halára ítéltek. Az eltömegesedett világ kitalálta személyes, az agyafúrt az emberi kegyetlenség mellé új kínzási műfajokat. Ilyen a hatósági kínzás, a rendeleti kegyetlenség, a magánélet hivatalos macerálása, az ember természeti jogainak szabályrendeleti megcsonkítása. Ez az intézményes kegyetlenség nem enyhébb, mint az egyéni, a zsarnoki, a személyes. Az aktázó, képesített, személytelen kegyetlenség megalázza az embert. A személyes, Beéri azzal szerényen, hogy kínokat okoz. És most megint egyszer formaruhában megjelent Budapesten a kegyetlenség. Az alakok, akik az újfajta egyenruhákban felvonultak, ugyanazok voltak, mint nemrégen a náci időben. A zöldingesek és barnaingesek csak a színezete változott. Az alak, aki viselte az egyenruhát, ugyanaz volt, mert ugyanaz csinálta. A terror csinálta, szakszerűen. Mint mikor egy nagyvárosi utcán csőrepedés van, egy kloáka felszakad, és dögletes bűz árad el az utcákon, alakásokban. Úgy terjedt a híre, hogy a városban megint működik a terror. Egyelőre még diszkréten működtették a terrorgépezetet, akik csinálták, Tudták, hogy az üldözés, a rendőri hajza, a kínzás még soha nem szüntetett meg tömegmozgalmakat, Ahogy a kereszténység erőre kapott az üldözésektől, ahogy a szocializmus és a kommunizmus föld alatti, majd később földfeletti mozgalmait nem tudta megsemmisíteni a rendőri, politikai, társadalmi üldözés, úgy erősödött egy láthatatlan arcvonal Budapesten, amikor híre járt, hogy megint tevékeny a városban a szörnyetek, a terror. Nem volt ez ellenforradalom, inkább hangulat volt, légkör, ösztönös magatartás. Az emberek undorodva értették meg, hogy az egyedül üdvözítő eszme jegyében megint üldözni kezdenek mindenkit, aki nem hisz az eszmében. És az üldözöttek, vagy a potenciálisan osztályveszély zónába jutott emberek értelmiségiek, parasztok, öntudatos dolgozók összekocsonyásodtak egy arcvonalba, amely nem kereste a mártíriumot, de nem is vonult gyáva fedezékbe. A terror szervezete tudta, hogy minden terrornak van egy felső foka, a termidor, amikor nem csak Robespierre feje hull le, hanem a hóhér és a hóhérlegények is sorra kerülnek. De a kegyetlenség olyan mákony, amivel nem tud betelni az, aki egyszer megízlelte. És a kegyetlenség adagjait állandóan fokozni kell, hogy kielégülést nyújtson, mint a morfin vagy a heroin adagjait. Az egyenruhás ember megjelent a Magyar Városok utcáin, a hivatalokban. Ezek a tányérsapkás, módisan kiöltöztetett, zubbonyos, szolgálati öves népi demokrata egyenruhások olyanok is voltak, mint a dél-amerikai, Republikák parádés katonái, akik az alkalmi diktátorok megbízásából végrehajtják az operet putcsokat. Volt valami egzotikus, groteszk és nevetséges, ugyanakkor félelmes ebben a formaruhás felvonulásban. Egy délután, 1946 tavaszán lehetett, az egykor Andrási út elnevezési sugárúton mentem, amikor megláttam a hírhet 60-as számjelzésű ház egyik erkéjén az államvédelmi rendőrségnek nevezett különítmény néhány frissiben beöltöztetett egyenruhás legényét. Jól végzett napi munka után, vagy közben lehettek, mert csípőretet kézzel vigyorogva álltak az erkéjen, és röhögve nézték a gondterhesen fáradtan vonuló népet a járdán. Úgy álltak magabiztosan, fölényesen, mint akik tudják, hogy minden hatalom az övék. Az utcai járók járókelők bármelyikét fügyszóval berendelhetik a förtelmes hírű épületbe, ahol a kínzó kamrákban azt mivelik az emberekkel, amit akarnak. Senki nem kéri rajtuk számon, egyelőre, a kegyetlenségeket. Az arcok is megdöbbentően ismerősök voltak. Ugyanazok az arcok, ugyanazon az erkélyen, mint esztendő előtt, amikor a nyilasok tanyáztak itt. Csak a nevek változtak. Szappanos testvér átöltözött, és dögje jelvtárs vagy valaki hasonló lett belőle. Röhögtek teli szájjal, csípőretett kézzel, fölényesen. Amit emberi kegyetlenség kitalálhat, mind megvalósult ebben az épületben. A pincékben, az emeleti vallatószobákban, melyek ablakait rácsvédte. Itt vallattak és gyilkoltak a nyilasok. Ide vonult be most a szabott egyenruhában az ávós. Itt szervezték a terrort, mint az egyetlen lehetőséget, ami módot nyújt addig, ameddig, hogy egy emberellenes merényletet a kommunizmusnak nevezett, szocializmusnak álcázott erőszakos csalást erőszakkal és csalással rákényszerítsék az emberekre. A terror újra megjelent a városban mint a lidérsznyomásos nyomásos álmokban a szörnyű És mintha váratlanul bűzös, életveszélyes gázzal telt volna meg a levegő az élet. Mit lehetett remélni, ha ezek az alakok megint egyszer, egyenruhásan odállhattak a kínok házának erkéjére? A piromániásból nem lehet tűzoltót nevelni, a tolvajból hiába csinálnak rendőrt, a gyilkost hasztalanul képezik át mészárosnak vagy csebésznek. A tapasztalat arra tanított, hogy minden pedagógia reménytelen. Hiába kendőzik az ember természetes hajlamait, például a kegyetlenséget. A gyilkos hajlamú ember megmarad gyilkosnak, akkor is, ha politikai formaruhát ölt. Ezek az egyenruhás szakemberek az András út 60 elnevezésű sintértelep erkéjéről lenéztek a járókelőkre, és elégedetten vigyorogtak, mert megkapták a legnagyobb elégtételt, amiről ez a fajta ember álmodhat. A jogot, hogy kegyetlenek legyenek, és megnyugtatást, hogy nem felelősek az írtózatért, hiszen a nép érdekében csinálják, amit csinálnak. Ők voltak a valóság, a rendszer támasza és oszlopa. Akat magyar költő, aki ékesen zengő versben biztatta őket, hogy teljesítsék kötelességüket. Talán erre gondolt de Quincy? Az ember kénytelen részvétet érezni egy embertársa iránt, aki emberi mi voltában annyira elrodhat, hogy ilyen szerepre vállalkozik? Ki volt? Mi fajta ember volt, aki most felhúzta az egyenruhát? A szadista proli, nem proletár, nem a megalázottak, a kisemmizettek osztályosa, hanem a peremlény, a proli. Egyenruhát húzott és megmarkolta a bikacsök. És ez a tünemény legalább annyira volt kísérteties regény alak, mint félelmes valóság. Ez a fajta ember, aki nem érez, nem tűnődik, nem vívódik, rendkívüli helyzetekben is szakszerű közömbösséggel végzi mesterségét, mint a hóhér, aki aggályos tárgyilagossággal igazítja a halára ítélt nyaka körül a kötelet. Az Ávós, a sintértelep erkéjén ő volt az egyenruhás proli. Nem illik rá más szociográfiai megjelölés. Nincs silányabb, megalázóbb ellenfél, mint a proli. A bandita, aki öntevékenyen valósít meg gaztetteket, legalább személyesen vállalja a felelősséget. A proli soha. Csak akkor jelenik meg a történelmi színen, ha felelőtlenül felsőbb biztatásra működhet. Ilyenkor felhúzza a parád és egyenruhát, megnyalja szája szélét, feltűri a zubbonyúját, és elégedetten tempósan kezd munkába. Így jelent meg esztendő előtt ennek a háznak erkéjén Zöldingben. Így állott most ugyanazon az erkéjen, vadonatúj csuka szürke formaruhában. Elégedetten és magabiztosan nézett le a tömegre, mint a szakember, aki végre egyéniségének és képességeinek megfelelő munkához jutott, és elmondhatja, Isten áldja meg a tisztes ipart. 17. fejezet A tömegben, amely a sugaras tavaszi délután késői órájában elsietett az erké alatt, feltehetően akadtak haladó értelmiségi szép lelkek is. Ezek, mikor elmentek az erké alatt, nem néztek föl, legföllebb köhintettek, és aztán sietősen másról beszéltek. Úgy tettek, mint aki nem tudja, hogy terror nélkül nincs kommunizmus. Mert egy rendszert, amely nem ember szabású, csak embertelen módszerekkel lehet az emberekre rákényszeríteni. Elismerték, hogy vannak még kezdeti hibák, de aztán gyorsan, szaporaszóval másról kezdettek beszélni. A haladó értelmiségiek között ritka volt a kommunista. Olvasott, tájékozott, művelt fejű emberek voltak, akik a kommunizmusban nem láttak egyebet, mint személyes érvényesülési lehetőséget. Ritka volt közöttük a cinikus Trébel, aki bekéreckedett a pártba. Aki így cselekedett, mindig a silányabbja volt. A sekies tehetségű, a kétes jellemű író, aki orhangon jelentette be a pártvezetőségnek, hogy tak kíván lenni, és fölényes magabiztossággal kérte, vizsgálják át a múltját, állapítsák meg, tárgyilagos elfűséggel érdemese erre a tisztségre. A pártvezetőség gúnyos udvariassággal sietett eleget tenni a kérésnek, mindenkit vártak tárt karral, akit az első időben használni lehetett. A sekélyes tehetségű és silán jellemű író rögtön szerepet kapott a pártól, és lehrezkedő, nyájas méltósággal sétálhatott az irodalmi manésban, pislogva sütkérezett a feltevésben, hogy ő most az új írófejedelem. Mint a törpe Zoli bohóc a cirkuszban, mikor cilindert tesz fel, és óriást játszik. A kommunisták, a hét próbások, tehát azok, akik Moszkvából érkeztek, derűs elégedettséggel szemlélték a neofiták tolongó törleszkedését. A haladók úgy viselkedtek, mintha nem tudnák igazában mi a kommunizmus, mintha nem olvasták volna a könyveket, például zsid oroszországi emlékezéseit, a megszámlálhatatlanul sok dokumentumot, amit csalódott nyugati széplelkek a szovjetben szerzett tapasztalataikról az elmúlt évtizedekben közreadtak. A kommunisták, az igaziak, akik tudták, mi a valóság, hiszen keserves évtizedeket töltöttek állandósult életveszélyben a Szovjetunióban, kézdörzsölő Károlömmel tessékelték őket befelé. A cínikus tréberek mellett és között is voltak öreg írók, művészek, értelmiségi szakemberek, akik valamikor harminc vagy még több év előtt hittek abban, hogy a kommunizmus a szocialista eszme beteljesülése. Egyikük kitűnő író volt, kis prózát írt, Gúnyoros vázlatokat a golyarajzok éles látásával örökítette meg a pesti aszfalt, kávéház, a kapitalista kispolgári atmoszféra guztustalan visszásságait. 1946 egyik őszi reggelén szemközt jött a körúton. Neurotikus kopasz ember volt. Írásaiból soha nem tudott megélni, keserű humora inkább elmarta, mint vonzotta az olvasókat. Öreg fejjel, Könyvkereskedést nyitott a körúton, annak hozadékából tengődött. Most úgy tetszett, számára is ütött az elégtétel és kárpótlás órája. Ezért meglepett, amikor komoran mondta. Baj van. Nem voltunk barátok, de mindig becsültem, mert szókimondó, becsületes ember volt. Érdeklődtem, mi a baj? Aggályosan nézett körül, és reketten suttogta. Az a főnök most rovancsolnak. Megkérdik, ki mit csinált, amíg ők, a főnök és alkalmazottai, a moszkvaiak távol voltak. Nézze, mondta bizalmasan, keserű őszintességgel, magának semmi gondja, maga polgár. akarja, kirakatba teszik, mint egy műemléket. De én kommunista voltam, és 25 éven át nem csináltam semmit. Ültem a Bucsinszki kávéházban a körúton, és néha bizalmas társaságban súgva azt mondottam, nem jól van ez így, ahogy van. Most el kell számolni. Nagyon veszélyes dolog kommunistának lenni, mondtam konterhesen, és sóhajtott. Megkérdeztem, miért gondolja, hogy most, amikor már itt vannak a kommunisták, veszélyes kommunistának lenni. Komolyan felelte. Nem olvasta az újságban? A kommunisták meghirdették, hogy most elkövetkezett a társadalmi összefogás ideje. Nem érti? A kommunisták összefognak, és börtönbe zárnak mindenkit, akire pikük van a társadalomban. Ez lesz a társadalmi összefogás. Nekem ez nem tetszik, mondta, és megint sóhajtott. Nem minden haladó értelmiségi volt ilyen előrelátó. Siettek helyezkedni, mert most már elhárult az érvényesülés minden akadálya. Csak meg kell várni, amíg az oroszok kivonulnak, és akkor ők, a haladók, átveszik a vezető szerepet az országban. Miniszterek lesznek, államtitkárok, nagykövetek, főszerkesztők, dicsfényes írók, villatulajdonosok, autójuk lesz. Nyugat felé védi őket az elfű határőr, ehhez verset is írtak. Természetesen jó lesz, ha marad a határon néhány megbízható szovjet hadtest, és forgóajtós jeladásra be lehet hívni az országba az orosz tankokat, mihest valamilyen átmeneti zavar jelei mutatkoznak. De máskülönben ők, a haladók, a reakció felszámolása és a kommunisták elvonulása után megkapják ajándékba az országot. Akadt közöttük, akinek nem tetszett ez a perspektíva, mert nem bíztak az oroszokban. De legtöbbje kezdeti tétovázás és habozás után jelentkezett a minisztériumban és ügyosztályt kért, mert ő jobban tudja, mit kell csinálni és hogyan kell csinálni, mint a régi alkalmazottak tudták. Megjelent az egyetem tantermében, a tanári dobogón, hogy végre haladó marxista szellemben nevelje az elmaradt országot. Elment a Nemzeti Bankba, és a szűkös devizakészletből kiutaltatta külföldi irodalmi propaganda út céljaira az ellátmányt. Fákja lángot lobogtatva, Előadatta a Nemzeti Színházban a népies, papírba csomagolt olcsó pamflettet, melynek címlapjára azt nyomtatták, hogy dráma. Karrieristák fátyolt népi állarcos bál, Szocializmusnak minősített boszorkán szombat volt ez az idő. Kísérteties elváltozások, vetkőzések és felöltözések korszaka. Lehetetlen visszaemlékezni, mikor hallottam először ezt a kategórikus fogalmi meghatározást, ezek. Még a csengőfráz előtt volt, ez bizonyos, még koalíció volt, ellenzéki lapok jelentek meg, még szabadkereskedelem volt, a Váci utcában pompás kirakatok hivalkottak, budai és pesti vendéglőkben békebeli színvonalon táplálkoztak a pénzes vendégek. Pártok voltak, köztük szabadság címkékkel felszerelt kommunista leányvállalatok, a nemzet és a paraszt jelszavait lobogtató pártok. Egyik ilyen frissen szervezett alkalmi párt vezetője egy alföldi paraszt volt – aki évekkel elébb többször felkeresett a liberális lapszerkesztőségében, hosszan elmondta politikai filozófiáját. Ebben az időben rokon szenves volt, mert nagy szükségből jött, mert értelmes volt és őszintén akart segíteni a földtelen, cselédsorban senyvedő, szegény népen. Cikkeket, könyveket írt, nem is volt tehetségtelen, de kórosan szószaporító volt írásaiban is, beszélgetés és szónoklás közben is. Egy imamalom készségével tudott órákon át maratoni szófüzéreket mormolni, amik hallgatói szédelegtek. Ez az ember most szerephez jutott. Az osztás egyik nagyhatalmú mamelukja lett, és a kommunisták dédelgették, mert egyforma buzgalommal szolgálta ki őket, a kommunistákat és a megszálló orosz csapatokat. 1946 vége felé még egyszer utolszor láttam. Nem ismertem fel rögtön, mert testi mi különösen elváltozott, meghízott. Az általános nyomorúság közepette kerekre hízlalta magát, és olyan panyókásan, rámás csizmásan, zekésen öltözött fel gazduramnak, mint Rózsehegyi Kálmán, amikor műparasztot játszott vasárnap délután a nemzetiben. Ilyen jelmezben vállalta, hogy Hadügyminiszteri szerepet alakítson. Ez a kabinet alakítása még a haladókat is meglepte. Később, amikor már rázott a szekér, bátortalanabb lett, és élete vége felé egyik hosszú távú előadásában, a későn szerzett értesülés nosztalgikus hangsúlyával elsóhajtotta, hogy az irodalmi alkotáshoz lélekkel és tehetség. A felismerés, hogy ezek veszedelmesebbek, mint akik beállnak a pártba, kitűzik a pártjelvényt, úgy pattant ki az emberek ocsudó tudatából, mint a szikra a folytásból. Mi volt ennek a tolongásnak igazi rugója? Egy francia író az értelmiségiek ópiumjának nevezte a marxizmust. Ahogy a kommunisták meghirdették, hogy a vallás ópium a népnek, úgy volt valamilyen megemészhetetlen ópiumfőzet az értelmiségiek számára minden, amit marxizmus címszóval összeabartak. A kommunizmus tény volt, a kommunisták valóság, de ezek? Némelyik később kiszállt a meseautóból, nyugatra ment és ott magyarázta, mi az, amit a kommunisták rosszul csináltak. De legtöbbje otthon maradt, simult a lehetőségekhez, és az emberek Megértették, hogy ezeket a kommunisták megfizetett segéderőnek tekintik. Gúnyos lenézéssel beszéltek a nagy változás kisegítő személyzetéről. Bizonyos, hogy ezek között is akadtak jó hiszeműek. Emberek, akik sokat szenvedtek és vesztettek. És nem lehet megtagadni a jogot egy embertől, hogy jóvá tételt kérjen, amikor fordul az idő és mód van a jóvá Magyarországon a karikatúra megérett a kritikára. De egy legyőzött és megszállott országban, ahol idegen hatalom ügynökei idegen hatalom érdekében siettek összeharácsolni mindent, ami zsákmány volt Moszkva számára, a neofiták sürgölődő segítőkészsége ellenszenvesebb volt, mint a kommunisták hivatalos ügybúzgalma. Az emberek, akiket származásuk miatt üldöztek a közelmúltban, akik végigcsinálták a náci és nyilas időkben az emberkínzás minden poklát, és valahogyan megmenekültek, akik a jobb és baloldali kontraszelekciók bárgyú undorító, két évtizedes körforgásában a rövidebbet húzták, emberi módon viselkedtek, amikor most helyet kerestek a társadalomban. Azok, akik így viselkedtek, nem voltak mindig ezek. Az emberek Különös szimattal és éles látással különböztettek. Sok emberrel beszéltem az első két esztendőben, a változás éveiben, négy fal között, bizalmasan. Meglepő volt, ahogyan a megkérdezettek legtöbbje, közöttük olyan pályatársak, akik származásuk miatt embertelen üldözést szenvedtek, megjárták a náci kínzótelepeket és valahogyan megmenekültek, de legközelebbi családtagjaik elpusztultak a kegyetlen, minden elképzelést meghaladó tömeggyilkosságban, pontosan tudták, hogy a valóság olyan is volt, ahogy ezek vádaskodtak, de ugyanakkor más is volt. A valóság borzalmas volt és megbocsáthatatlan, de a borzalom és iszonyat mellett mindig volt más is. Emberiesség, szolidaritás. Azok, akik visszajöttek a pokolból, szerényebben viselkedtek és igazságosabban ítéltek, mint ezek, akik legtöbbször csak szelét kapták a viharnak, és olcsóbban menekültek. Gorki azt írta róluk, ami mi között sok van olyan, aki állandóan mutogatja sértődöttségét, mint egy üzleti cégért. Olyan arckifejezéssel sétálnak, mintha az emberiség egy rubellel és ötven kopekkel tartozna nekik, és nem akarja megfizetni a tartozást. Ezt Szorentóban írta, ahol 1921 és 1930 között élt önkéntes emigrációban, mert felismerte a bolsevizmus emberellenes jellegét és tartalmát. Később visszament Oroszországba, mert orosz író volt, nem bírta idegenben az életet. 1936-ban a Szovjetunióban meghalt. A kortársak tudni vélték, hogy Stalin tette el lábalól, mert kényelmetlen volt számára ez a zseniális szemtanú. Ha valaki figyelmesen elolvassa Gorki emigrációban írott elbeszéléseit, nem érzi lehetetlennek a feltevést. Gorkit a hivatalos szovjet ikonográfia vörös dicsfénnyel övezett szentjei között mutogatja, a szocialista realizmus nagymesterének nevezi de ez a forradal már elmenekült Szorentóba a forradalom következményei elől. Gorki menekülése nem a sértődött és rémült entelektüel pánikja volt, aki eliszonyodik, mert a valóság más, mint ami ennek képzelte. Gorki csak ugyan realista volt, nem voltak illúziói a forradalom, a szocializmus lényegét illetően eléb sem, amikor segített megvalósítani, később sem, amikor megvalósult ismerte tehetsége határait. Nem volt olyan fantáziája, mint Dostoyevskynek, nem volt olyan epikus ereje, mint Tolstoynak, nem volt ironikus hallása, mint Csehovnak, de a valóságot hűségesen és öncsalás nélkül tudta leírni. Ismerte honfitársait az oroszokat. Egyik elbeszélésében Turgenevet idézi, aki azt mondotta, az orosznak mindig félre csúszik az agyveleje. Úgy értette, félre csúszik, mint a kapatos ember fején a kalap. Karamora című elbeszélésében, ezt is Szorentóban írta, 1922 és 1924 között, Gorki bemutat egy forradalmárt, aki felismeri az intellektuális forradalmi szekértoló romantikusok igazi arcát, és végül beáll kémnek a cári rendőrséghez, nem bosszúból, nem is pénzért, nem is gyávaságból, Egyszerűen mert tudatosította, hogy az ember lehet aljas is. Kitör a forradalom, az árulót egykori elvtársai börtönbe zárják, halára ítélik. Kivégzés előtt feljegyzi gondolatét. Például ezt írja. Csak szocialistát ismertem, akik számára a szocializmus igazában mindig idegen maradt. Ezek az emberek hasonlítanak a számológépekhez, melyeknek mindegy, milyen számokkal kalkulálnak. A végeredmény mindig pontos. Amíg ez előnyös számomra, eltűröm ezt a közösséget. De ha egyszer már nem előnyös, önállósítom magam, és azt mondom, jó mulatást, elvtársak! Egy másik elvtárs, akit Gorki egyik elbeszélésének hőse kényszerít, hogy akassa fel magát, mert a párt már nem bízik benne, a kényszerű öngyilkosság előtt ezt mondja a hóérnak. Ahol harc van, ott mindkét oldalon vannak hősök. Később még ezt írt a Gorki Sorrentóban. Talán most következett el az idő, amikor mindenféle aljasságot, gonosságot el lehet követni, hogy az emberek végre megundorodjanak, iszonyattal és utálattal forduljanak el a gonosztól, és aztán egyszerre vége lesz minden rossznak. Aki ezt írta, és aztán visszament Stálin Oroszországába, tisztán látott, tudta, mi várott Rea, de vállalt ezt a sorsot, mint az elbeszélés hőse, a kényszerű öngyilkosságot. Az emberek szándékait, mozgató indulatait nem lehet kiismerni, hiszen legtöbbje, legtöbbször maga sem tudja, miért cselekszik úgy, ahogyan éppen cselekszik. Jules írta, a bírák nagy tévedése, amikor feltételezik, hogy a vádlottak logikusan cselekedtek. Lehet, hogy ezek között is voltak, akik a pillanatnyi érvényesülés lehetőségén túl célt és értelmet láttak abban, ami a megszállott és kivérzett országban történt. Ebben az időben, 1946-ban és a következő években a Szovjetunióban Sztálin és munkatársai, Beria, Kruscsov és a többiek már elkezdették a tisztogatás új menetét. Millió számra kényszer munkatelepekre, büntető táborokba, börtönbe zárták azokat, akik harcoltak a honvédő háborúban, tehát nyugaton jártak, mást is láttak, és így feltételezhetően elégedetlenek voltak, amikor hazatérve összehasonlították az otthoni állapotokat más civilizációk, más rendszerek körülményeivel. Hadi érdemek, kitűnő katonai minősítés, sebesülések, mindez nem mentette meg a hazatérő, leszerelt orosz állampolgárt, hogy a nagyszabású új tisztogatás áldozata legyen. Tudtak ezek az írók, akik nyájasan és derűsen sétáltak a megszállott és szalámi technikával vagy másképp bolsevizált országokban, tudtak arról, mi történik a Szovjetunióban? Csehországban, az egyetlen európai országban, amely demokratikus, titkos választáson optált a kommunizmus mellett, húsz évre volt szükségük a cseh és szlovák íróknak, hogy megírják a 2000 szó elnevezésű manifestumot, megvalják, hogy a kommunizmusnak nevezett rendszer nem a dolgozó emberek, az értelmiségiek, munkások és parasztok érdekében való, hanem mindig csak a párt és a kivételezettek kitartottak előnyeit és védelmét szolgálja. Az Ivan Gyenyiszovicsok már millió számra sínylődtek, 10, 20, 25 éves büntetéseket viseltek el, amikor a szovjetben, aztán a magyar, cseh és más kolóniákon a kelet-európai értelmiségiek cínikus kivételezetjei, ezek ártatlan hangon írták a szovjetet dicsőítő ódákat és regényeket, szavaltak a rádióban és népgyűléseken, buzgalomtól reketten bizonygatták a népnek, hogy szociális termelésből fakad a jólét. Ezek talán nem olvasták az emigráns gorki írásait, de a valóságról, a kommunizmus emberellenes jellegéről tudniuk kellett, hiszen ott volt a szemük előtt, kézzelfogható mindennapos változatában de nem akartak másról tudni, csak a pillanatról, amely előnyt hoz számukra. Igazságtevésről szajkoltak. Úgy tetszik, nincsét sem olvasták, aki vívódó számvetései közben megvallotta, hogy aki nagyon hangosan és makacson keresi az igazságot, igazában nem igazságot akar, hanem bosszú állást. De a lélek mérnökei hittek abban, hogy a szovjet – Eltekintve a kezdeti hibáktól, olyan szerepet osztott számukra, amit a nép is hálásan elismer. Az írók népszerűek a szovjetben. Így trombitálta az értelmiségi hírverés. A szovjet emberek szívesen és sokat olvasnak, és hálásak. Rendszer is, olvasók is. Az íróknak, akik megmondják azt, amit a nép gondol. Ahogy ezt az ostrom idejében egyik orosz látogatón megfogalmazta. És ez igaz is volt, mert az emberek a szovjet élet nyomorúságában csak ugyan választ reméltek a lélek Választ az életük fájdalmas problémáira. A várakozást hamarosan felváltotta a csalódás. Húsz évvel később, 1966-ban, egy orosz deportált bizonyos Marchenko, nem volt író, lehet ez is csak álnév volt, hat év tábor élet és Két esztendei börtönbüntetés után kiszabadult, és írt egy könyvet, amelyekben elmondta, miféle tapasztalatokat gyűjtött a büntetőtáborokban, Stálin halála után, tehát a liberális és humanizált Krustyov-korszakban. A könyv azért figyelemre méltó, mert nem író írta. Olyan, mint egy gyorsírással feljegyzett törvényszéki tanúvallomás. Elmondja, milyen, amikor a liberális szisztéma kegyetlenkedik. A náci táborok azokat megelőzően és követően a kommunista fogolytelepek intézményesített, szisztematizált, embersemmisítő vállalkozások voltak. És az írók, akik néha önfeledten, ártatlan hangon dicsérték a rendszert, néha lelkesülten, csak nem szexuális felajzottsággal írtak ódákat Sztálinhoz, lihegve méltatták a rendszer bájait, nem tudtak ezekről az emberellenes intézményekről az autó, a lakás, a külföldi utazások, a kivételezettség finom sápjai, a szerep, amit ajándékba kaptak a pártól, elhomályosította tudatukban, mi történik a szovjetben. Márcsenkó leírja, hogy 1966-ban, tehát 13 évvel Sztálin halála után és évekkel Krustyov bukása után a táborba, a akkor már hatodik éve raboskodik, beszállítják Yuri Danielt, az orosz írót, akit a szovjet bíróság társával, Szinyavszkijjal együtt ötévi évi kényszermunkára ítélt, mert rágalmazták a szovjet rendszert. A hír, hogy a táborba érkezett egy író, izgalmat kelt a deportáltakban, aki között vannak politikaiak, tehát bátor emberek, akik hangosan bírálták a szovjetet. Aztán ott vannak a nemzetiségi ellenzék áldozatai, az ukránok, a balti polgárok, és vannak közönséges bűnözők is. Ez a sokféle jellegű, különféle meggyőződésű deportált a hírre, hogy közéjük érkezett végre egy igazi író, különös indulattal felel. A táborlakók gyűlölték az írókat, írja szó szerint Marcsenkó. Gyűlölték őket, mert a lélek mérnökei a kommunista uralom fél századában nagyon kevés kivétellel hallgattak az iszonyatosságokról, melyek a szovjet élet belső rendtartását jellemezték. Nem csak az Ehrenburgok, tehát a hivatalos, jól fizetett propagandisták hallgattak, hanem mind a többiek, akik aztán Sztálin halálát követően az olvadás idejében hivatalos bíztatásra bátortalan torok köszörüléssel és óvatos fejcsóválással bírálni kezdették azt, amit addig helyeseltek. Bírálták, de tudták, hogy ami bekövetkezett, azt utólagos melverdeséssel nem lehet már megváltoztatni. Úgy tettek, mint akik nem tudják, hogy egy rendszer, amely csak akkor tud megmaradni, ha elveszi az emberektől a szabadságot, a magántulajdon, a vállalkozás, a munkavállalás, a véleménynyilvánítás, az írás, a politikai állásfoglalás szabadságát, nem mondhat le a zsarnokságról mert ez az egyetlen lehetőség, hogy megtartsa a hatalmat. A lélekmérnökei, amikor erre fordult a szó, köhécseltek, zavartan mosolyogtak, és másról beszéltek. De a táborlakók, írja Marcsenko, gyűlölték és megvetették ezeket az írókat. Ilyen előlegezett gyűlölettel és gyanakvással fogadták a táborban Danielt is. Ez az író és társa, Szinyavszkii, nyilvános tárgyaláson vallott és tiltakozott a vádak ellen. Propaganda okokból Brezsnyev és társai 1966-ban úgy vélekedtek, a két írót nem zárt ajtók mögött ítélik el, hanem megrendezik számukra a nyilvános tárgyalás komédiáját. De a tábor lakók nem hisznek ilyesmiben. A szovjetben, mondották, nincs nyilvános tárgyalás, mert minden ilyen megrendezett per csalás. A vádlottakat megfelelő előkészítés után állítják a bíró elé. Meghívott közönség jelenlétében ítélnek felettük. Daniel később elmondta sorstársainak, hogy az ő pere is pacsomkérrendezés volt, hiszen csak gondosan válogatott újságírókat, néhány családtagot és ismerőst bocsátottak a terembe, a valóságos, tárgyilagos nyilvánosságot kizárták onnan. Daniel zsidó volt. És minthogy a táborban, Marchenko szerint hangos volt az antiszemitizmus, felfokozott gyűlölettel lesték, mikor érkezik meg végre közéjük egy ezek közül azok közé, akik áldozatai voltak a rendszernek, amelyet ezek ékes tollal és szárnyas szavakkal segítettek megvalósulni. Daniel megérkezik, és olyan becsületes, őszinte és emberi a magatartása, hogy az ellenszev Rögtön lelohad. Igen, rokon szem körül. Öreg politikaiak és cserzett rablók védik, segítik az irgalmatlan rendszer kegyetlenségeivel, bitangságával szemben. És ebben a pillanatban Daniel már nem zsidó, hanem egy a többiek közül, akivel mindenki szolidáris. De a Danielek minden időben ritkák. 1946-ban Budapesten ezek úgy viselkedtek, mint aki nem tudja, mi a valóság a szovjetben. Később félelmükben ocsúttak és óvatosan kritizálni kezdették, nem a kommunizmust, amelyből minden következett, nem az eszmét, hanem a személyeket és módszereket, akik és ahogyan az eszmét megvalósították. Az emberek figyeltek, összenéztek, és csak ennyit mondtak vállat vonva. Ezek. 18. fejezet A Moszkvából hazatért kommunista írók között volt egy idős ember, költő, akivel módon volt egyszer őszintén szót váltani. Tehetséges író volt, tehát a szó Pascal értelmében úri ember, mert így hitte Pascal, úri ember nem vállalkozik olyasmire, amihez nem ért. Ez az öreg költő értett az íráshoz, de a hosszú moszkvai emigrációs évtizedekben már nem írt semmi jelentőset. Általánosan meglepő volt a tünet, milyen kevés jelentős írásmű került elő az íróasztal fiókok rejtekéből a pillanatban, amikor már nem kellett rejtegetni az írott szót. Ki lehetett állani a világ elé azzal, amit az író, a mellőztetés, elnyomatás és számkivetettség éveiben gondolt és írt. A moszkvai emigrációból a hazakerült magyar írók szellemi podgyászukban nem hoztak semmilyen érdemes alkotást. Ez az öreg költő sem hozott Moszkvából semmi értékeset. De az értelmét elhozta, kritikus maradt. És az egyetlen hosszú beszélgetés, amit ezzel az emberrel folytattam, úgy maradt meg emlékezetemben, mint egy meglepetés. A beszélgetés kezdetén darálva inkább unottan, ő is morogta a papagáj szöveget, amit Moszkvában tanult. A kommunista szókincs ásításra késztetően szegényes. Mint az alkalmi hittérítők, a kondicionált szent szövegeket ő is elszajkolta, hogy az irodalom, a művészet, a szellemi alkotás soha nem más, mint következménye a társadalmi körülményeknek. Megkérdeztem, hogyan magyarázza azoknak a klasszikus és félklasszikus remek műveknek keletkezését, amelyek koreszme, korizlé és társadalmi és hivatalos cenzúra ellenére a korukbeli társadalmi feltételektől függetlenül valósultak meg. A művész minden korban tudott erősebb lenni, mint a társadalmi helyzet, amelyben élt. A kommunista író tagadta ezt. Az alkotó ember csak a társadalmi erők ösztönzésére tud alkotással felelni. Ezt ismételte Makacson. Nem mondotta, amit a falusi szovjet hídépítő katona mondott, hogy a forradalom olyan nagy vállalkozás, aminek érdekében az író lemondhat a szellemi szabadságról. De fásultan, rezignáltan ismételte a szent szöveg jól ismert monoton hittételeit. Így kezdődött a párbeszéd de vannak párbeszédek, amelyek szabványosan kezdődnek, amíg aztán a vitanyag áthevíti a közhelyeket. Rövid idő múltán mind a ketten észrevettük, hogy már nem beszélgetünk, hanem elszámolunk valamiről. És mind a ketten sürgősnek éreztük, hogy végre számot vessünk. Ő az emigrációból visszatért író, a győztes, és én, aki itthon éltem az években, amíg ő emigráns volt. Ezért átmenet nélkül a lényegesről beszéltünk, mint aki megőrül, hogy végre akadt partner egy számvetéshez. Arról beszéltünk, hogy az emigráció az írók számára nem csak veszély, hanem olyan korszakban és helyzetben, amely megtagadja a szabadságot és az igazságot, lehetőség is. Ilyen korokban önkéntesen el kell menni a számkivetettségbe, mert csak így van mód kimondani az igazat, és másképpen nincs értelme az írásnak. Az öreg író helyeselt. Az emigráció nagy próba, de erőforrás is. Ezt bizonygattuk. Példákat idéztünk. Lenin Svájcban, nyomorúságos körülmények között, töretlen lelki erővel és meggyőződéssel. Viktor Hugo húsz éven át Jerseyben, Marx Londonban, Volter harminc éven át Londonban, Potsdamban és Ferni-ben. Emlékeztettem, hogy ferni Ferniben, ahová Párizsból emigrált, azt írta, az író csak szabad országban élhet, máskülönben bele kell törődnie, hogy félénk rabszolga lesz, akit rabszolgatársai féltékenyen és irigyen gyanúsítanak és beárulnak a zsarnoknál. Ejeselt és megegyeztünk, hogy szabadság nélkül nincs irodalom. És a hazatért emigráns komolyan bizonygatta, hogy igaz, hiszen ezért ment ő negyed század előtt a Szovjetunióba, mert a kommunista csak ott írhatja szabadon a véleményét. Ez a karakán kijelentés meglepett, mert az írói szabadságról, ahogyan ezt a szovjetben értelmezték, akkor már volt értesülés külföldön is. De nem akartam megbántani, és ezért, mikor elhangzott ez a monoton hangon odavetett megállapítás, rövid szünet következett. Mindössze azt feleltem, a szovjet szabadság valóság lehet az ő számára, aki kommunista, de a szabadság csak föltétlen és osztatlan lehet, tehát csak akkor igazi szabadság, ha azokra is érvényes, akik történetesen nem kommunisták. Például, ami az ő számára igazság, az én számomra nem az. A beszélgetésnek ez a szakasz emlékemben maradt, mert mindketten ugyanazt mondtuk, de a folyó két partjáról beszéltünk. Egyeztünk abban, hogy kertelhetnek a különféle erőszakos rendszerek szószólói, amit akarnak akik nem hajlandók megfizetni a szabadság írdatlanul nagy árát, és megmaradnak a zsarnokságban, ahol legfeljebb egyféle taktikailag elhatárolt látszat szabadságot engedélyeznek számunkra, elnyomorodnak abban a világban. Azt mondotta csendesen, de az igaz szó hangsúlyával, hogy ő megfizette ezt a nagy árat. Mint hogy akkor én még nem fizettem meg, hallgatta. De ő, makacson, visszatért a szabadságra, mert izgatta, mert tudta, hogy a nagy ár, amit fizetett, elhagyta az anyanyelv térfogatát, légkörét, és ez a legnagyobb ár, amit író fizetett. Hiába volt, nem talált szabadságot a számkivetettségben. Ez az emigrációból hazatért magyar költő végül is a Szovjetben élte végig az elmúlt harminc évet, és megélte ott a valóságot. Azt a szabadságot, amit a kommunista rendszer engedélyezett számára. A kommunizmus nem könyvekből ismerte meg, mint az otthoni, magyar irodalmi szép lelkek néméke, akik az ostromot követő politikai gátszakadás idejében szuszogva siettek, békebeli pedagógiai felvilágosító olvasmányaikat feledve tolni a kommunisták szekerét. Ez az ember megélte a tisztogatásokat, Látta eltűnni a táborokban és a vesztőhelyen emigráns De most, amikor a beszélgetés áthevült, még mindig bizonygatta, hogy az író számára a kommunizmusban van a szabadság. Tehát nem csak abban az értelemben, hogy szabadon dicsőítheti az eszmét, vagy éppen szabadon bírálhatja azokat, akik tévednek az eszme módszereinek taktikai változataiban, hanem szabad, mert a kommunizmus felszabadítja az embert a társadalmi osztálykülönbségek rabságából, és végül, ha már megvalósult, eltűnik az állam is. Marad a szabad, osztály társadalom. A beszélgetés számomra azért volt értékes, mert ez az ember költő volt. Amikor vállalta az emigrációs koldusságot, nem karriert akart, hanem költő akart lenni, aki szabadon fejezi ki költői egyéniségét. Lenin elolvasta az öngyilkos Majakovszkij verskötetét, aztán, suttogva és vállat vonva azt mondotta Trockénak Jobb szeretem Pusként. Ez a költő, az emigráns, megélte a vaskalapos terrort, amely a szellemi alkotó embereket a Szovjetben folytogatja. Mi történt ezzel az emberrel, aki odátra jött? Nem meri megvallani, hogy a szovjetben a szellemi alkotó ember számára nincs szabadság. Miért cajkolja, hajtogatja a szemináriumi tételeket? Most, amikor először és utoljára nem csak társalogtam valakivel, aki onnan túlról jött, hanem úgy tetszett, őszintén beszéltünk, Szerettem volna megtudni, mitől fél, amikor ilyen iskolásan, szabványosan vonalasak a válaszai. Észlelhetően őt is érdekelte a beszélgetés. A kiéhezett ember öröme volt ez, aki világnézeti jesívák után végre partnerrel, vitatásra, aki őszintén kérdezés felel. Öreg volt, kilúgozott belőle az élet minden illúziót a beszélgetés követő harmadik évben meghalt. Félt attól, hogy a láthatatlan, de örökké fülelő, szimatoló szovjet érdeklődés egyszer számon kéri rajta ezt a beszélgetést. Az irodalomról beszéltünk. Mi az irodalom? A misztikus lüktetés érverése, amiről Novalis beszélt. A gőtei összhang, amelyben minden együtt van, boldog alkímiában az anyag és a szellem, a feszültség, a szenvedély, amely munkává kifejezésé nem esedik? Azt mondta, elmúlt az idő az író számára is, amikor még módja volt a kortársnak ügyességgel, észszerűséggel vagy agyafúrt ravassággal a társadalmi változással szembefordulni. Olyasmit feleltem, hogy az eltömegesedett világban talán szükséges a termelő energiák államosítása. Talán a munkáskezek által termelt javakat elosztó szervek államosítása is szükséges. Amiben nem lehet beleegyezni, az ember államosítása. Ami tűrhetetlen, a szellem államosítása. A költői, írói látomás visszahat az anyagra, a társadalomra is. Visszasugárzik a témára, az élmére. Nem az élmény van elép, hanem a látomás, amely visszahat az életre és alakot ad annak. Azt mondotta, de bizonytalan volt a hangja, ez romantikus, preszocialista feltevés. Amikor Rönant idéztem, csak az igazság tud forradalmi lenni, felfigyelt. A régi írás tudó nézett egy pillanatig rám, a költő. Minden költő misztikus, máskülönben nem költő, csak versfaragó. De vannak misztikusok, Valéri volt ilyen, akiknek nincsen Istenük, és örökké honvágyuk van egy istenség után, aki értelmet jelent az univerzumban. A fény, amely az igazság említésére felvillant a szemében, hamar kilobbant. Megint a fegyelmezett, dialektikus ember beszélt arról, hogy a kommunizmus a föltétlen társadalmi igazság és minden más részletigasság ebből következik. Megkérdeztem, nem gondolja-e, hogy most, amikor a szovjet egy nagy hatalom győzelmi biztonságával áll a világ előtt, elkövetkezett ott is az írók, művészek számára az idő, amiről ha beszél, amikor a középkor őszén a művész a skolasztikus víziók helyett végre az igazságot akarja látni, a világ sokszínű valóságát. A beszélgetés időpontja... 1945 vége volt, tehát olyan időszak, amikor a szovjetben a középkor ősze homályosan derengett, hiszen még dühöngött a Stalin is Danovis kolasztika terrorja. Nem felelt a kérdésre, másról kezdett beszélni. A kommunizmus forradalom, ismételte, és egy forradalomnak vannak tévedései, diadalmas és buktató szakaszai. De a kommunista forradalom most már nem szűnik, amíg a világ fel nem ismeri a Lenin által hirdetett, állandósult forradalom valóságát. Megkérdeztem, van-e mód a szovjetben arra, hogy valaki hallgasson? Végül is, ahol szabadság van, ott a hallgatás is egyik a szabadságjogoknak. Gyanakodva nézett, óvatosan felelt. A szovjetben nincs szükség a hallgatásra, mondotta, és különben is. Nem az lényeges, miért hallgat valaki, mindig csak az, miről hallgat. Megint elfordult a kérdés elől, tapintatosan, de hidegen, szigorúan. A kérdésre, hisze a forradalom humanizálásának lehetőségében, azt felelte, ez nem feladata a forradalomnak. A humanizálás legfeljebb átmeneti szakasz lehet az állandósult forradalomban, amely, mint az óceán, állandóan sterilizálja önmagát, akármit dobnak is bele. Nem jutottunk tovább. A beszélgetés kezdett dialektikus közhelyek tócsáiban totyogni. Gyanakodni kezdtem, hogy ebben az emberben elsorvadt a költő. Maradt a nyugdíjas forradal a szankülött Anrötret, a kiszolgált obsitos, aki sok nélkülözés után hazatért, és az alkonyati időt békében és kényelemben akarja eltölteni. Ez ember is érthető, de költő a nyugdíj baksisért nem tud lemondani arról a nyugtalanságról, ami életének és művének értelme. Arról a kényszerről, hogy művészi formában hangot adjon az igazságnak. Elbúcsúztunk, a vitának nem volt több értelme. De a találkozás emléke néha felrém lett, mert ez az öreg kommunista költő volt az egyetlen a hazatértek között, akire nem illett a szabványos emigráns minősítés. Később, két évtized múltán, amikor a nagy vallás is kizma mágiákat rakott nyugaton, és nem csak szenzációéhes magazinok hirdették színes címlapon, hogy meghalt az Isten, a szakadárok, eretnekek, hittagadók körmenetében néha feltűnt egy ritka és érdekes emberi jelenség, az ateista pap. A pap, aki nem veti le a klerikális jelmezt, nem lép ki a vallás felekezetből, amelynek szolgálatára felesküdött, nem prédikálja az Isten tagadást. Megmaradt papnak, korrekten teljesíti papi feladatát, gyóntat és misézik, megőrzi a gyónási titkot, prédikál. És így, a konfliktus jelen nélkül, papi státuszában éli le az életét, felveszi az utolsó kenetet, egyházi áldással száll a sírba. Miért? mert egyszer felesküdött valamire. És aztán, mikor megtudta, hogy nincs sehol az Isten, akire felesküdött, nem tudta megtagadni az esküjét, megmaradt papnak. Ilyesmi van a kommunisták immanens vallási rendszerén belül is. Vannak hívő kommunisták, akik egy napon megtudják, hogy az istenség, akire hitettettek, nincs sehol. A válasz, amelyel erre a megrendítő felfedezésre felelnek, Különböző. Néhány eljátsza a köpszemen bátyuska kezdetű melodrámát, az orosz regények szabványa szerint tesz vallomást. Mások exek lesznek, akik csalódásukat egzisztenciális viszontbiztosításnak tekintik, átsétálnak a túlsó partra, és ott szorgalmas buzgalommal tanítják azokat, akik soha nem voltak kommunisták. Mi volt a rossz abban, amit ők, amikor kommunisták voltak? műveltek. Az exek soha nem értik az ateista kommunistát, aki nem hisz semmiben, de helyben marad, holott már tudja, hogy tévedett, amikor esküdtett. Mert van ember, aki életében csak egyszer esküszik. Ezért megmarad a pártban, teljesíti a reálbízott pártfeladatokat, nem vádolja a módszereket és a személyeket, és amikor ateista lesz, nem ócsáról senkit, Legfeljebb önmagát vádolja, mert soha nem tudja megbocsátani magának, hogy nem volt ereje megalkotni az Istent, aki, most már tudja, nincs sehol. Mindig voltak emberek, akik hittek abban, hogy ők hivatottak megalkotni az Istent, és aztán néha csak elképedve, néha iszonyodva megértették, hogy nem volt ehhez erejük. Megértik, hogy a kommunizmust sem lehet másképp megvalósítani, csak egy immanens, Hamis Isten képzett felidézésével, ahogy a vallások, amikor azonosultak a mindenkori hatalmi szisztémákkal, iparkodtak korlátozni a szabad véleményalkotás számukra veszélyes stimulusát, úgy ellenségei a szabad gondolkozásnak a tömegek korában az időszerű gazdaság és politikai hatalmi rendszerek, a kommunizmus vagy a postindustriális civilizáció. Amikor mindent elkövetnek, hogy a kondicionáló terror vagy a technikai civilizáció kondicionáló módszereivel az embertömegeket, mint régen a vallások, az infantilizmus lelki állapotában tartsák. Mindig voltak vallás alapítók, akik elhitették az emberekkel, hogy Isten a maga képére teremtette őket, és nem vallották meg, hogy a valóságban az ember teremtette a maga képére az Istent. Vannak ilyen ateista papok, és vannak ilyen kommunisták is. Talán nem is kevesen. Én egyet láttam. 19. fejezet Az orosz hadiszekerek sarogjáiban érkezett, szakszerűen képzett magyar kommunisták, egy sem volt közöttük ateista, mind válogatott, hitű pártember volt, gúnyos, nyájas udvariassággal kezdettek munkába. Ezek az emberek a szovjetben megtanulták, hogy a bolsevista politikában nem világnézeti szenvedélyek működnek, hanem egy hideg, nyugodt, tektonikusan mozgó nagy terv gyűrűzik. Valahol a Kremben, a megszámlálhatatlan sok hivatalszobában volt egy magyar szoba, ahogy volt egy bolgár, román, jugoszláv, finn, német, és természetesen volt koreai, indokínai, indiai és kínai, majd a hátsóbb traktusokban volt egy olasz, francia, norvég és dél-amerikai szoba is. Ezekben a szobákban kitűnően képzett, megfontolt hivatalnokok ültek, szovjet csinovnikok, akik reggel bementek a hivatalba, ásítozva kihúzták a fiókos szekrények valamelyik rekeszét, elővették az aktát és bajbásszal kezükben dolgozni kezdettek. Egyik nap a bolgár összeesküvés volt az akta, amelyet el kellett intézni, és amikor a hivatalnok vörös vagy kék ceruzával ráírta a jelzést, az ügyirat élni kezdett a világban, és Petkovot egy hét vagy egy év múltán felakasztották. Ilyen ügyirat volt az egyik szobában a magyar földosztás, vagy az ipar és a bankok, a kereskedelem államosítása, a Kreml hivatalnoka előkészítette és kiküldte az iktatóba az aktát, amelyet aztán, ha elérkezett az ideje, továbbítottak Budapestre, ahol egy másik hivatalnok átvette és kiadta végrehajtási utasítással az előre küldött magyar nyelven beszélő kommunistáknak, akik megfelelő pillanatban neki láttak, hogy megvalósítsák a tervet. És a magyar társadalom, amely reménykedő derülátással várta az átmeneti időszak végét, egy napon azt olvasta az újságban, hogy minisztertanácsi rendelet értelmében nem övé többi a birtok, amelyen ősei gazdálkodtak, az iparvállalat, amelyet nagyszülei teremtettek, nem övé a lakás, amiben lakik, nincs joga az álláshoz, amelyet diplomával, tehetséggel és szorgalommal szerzett, és nem övé a véleménye, mert nem övé a lelke. Amikor ezt is megtudta, a Kreml hivatalnoka a lélek államosítására vonatkozó ügyiratot utolsónak húzt elő a fiókból. A magyar társadalom elszörnyedt, mert egy rendszerben, amely megsemmisíti az emberi lelkiismeretet, nem lehet élni. A Kreml hivatalnoka bólintott erre a hírre, mert ez a lehetőség éppen úgy benne volt az aktacsomóban, mint minden más, ami emberi aggyal elképzelhető lehetőség előhúzta a titkos fiókból az aktát, és rájászignálta, hogy sürgős. Az ügyiratot aztán leküldte Pestre, és pontosan úgy, ahogy a végrehajtási utasítás előírta, később a megfelelő hivatalnokok elintézték ezt is. A Moszkvából ideküldött emberek kezdetben nyájasan, később cínikusan, mindig következetesen úgy viselkedtek, mint a hittérítők akik egy vad területen missziót teljesítenek. Ide küldték őket, hogy kényszerítsenek egy pogány népet, térjen meg, és vegye fel az egyedül üdvözítő diadalmas világvallást, a kommunizmust. A történetírás úgy tudja, ezer év előtt, amikor híre ment, hogy a magyarokat megkeresztelték, falkástól lepték el Magyarországot a hivatásos és még sokkal inkább a hívatlan hittérítők. Sokan Mainz városából érkeztek, ahol a 9. században egy Lévita Benedek nevű diakónus szervezte az akkori propaganda Fide szabad csapatait, akik nem csak a KT tételes vallási törvényeit, hanem a Frank Birodalom jogszabályait is becsempézték a missziós területre. Más egyebet nem igen hoztak, mert a többség gyülevész koldus kalandor volt. A hittérítők között akadtak hivatástudattól áthatott papok. De az ömmet nép volt, akik kalandozási, koldulási és tolvajlási lehetőséget láttak a missziós vállalkozásban. Ezer évvel később, változatban megismétlődött ez a hittérítés, azzal a különbséggel, hogy a Moszkvából ideérkezett kései, kommunista hittérítőket senki nem hívta Magyarországra. A vörös hadsereg nyomában érkeztek, lomposan, vándorbottal. Kis batyú volt a podgyászuk. Paroláztak, így kezdették. Megjöttünk, mondták széles vigyorral, és gyéztak. Éhesek és kopottak voltak. Gyorsan kiöltöztek, csámcsogva lakmározni, hencegve autózni kezdettek. Érkezésüket követő néhány hónap múltával már olyan pöffetegen éltek, ahogy a kommunizmus nyomorúságában eltöltött évtizedek alatt erről álmodni sem mertek. Beköltöztek az elhagyott polgári lakásokba, elfoglalták a kulcspozíciókat. Egyik a szocialista munkásságot térítgette, hogy egyesüljön a kommunistákkal, másik a parasztokat, amikor véghúzták az orrukon a földreformnak nevezett kábítás mézes madzagját. Ezek a hittérítők, mint ezer év előtt az alkalmi ügynökök, a kollekció kapitulárum idegen szellemű és értelmű rendelkezéseit becsempézték a magyar köztudatba, egy hazug illúzió ígéretét. Tudták, mit jelent a szovjet valóságban a földreform, hiszen szemtanúk voltak, amikor a rekviráló osztagok a Kreml parancsára legyilkolták a volgamenti német telepeseket, és mindenfelé a nagy birodalomban a kulákot. Személyes tapasztalatból tudták, a helyszínen látták a parasztok térítésének tragédiáját. Mások az egyetemi ifjúságot térítették, hívás nélkül jelentek meg az egyetemi katedrákon, és elmagyarázták, hogy bölcselet, irodalom, esztétika, minden, amit az emberi szellem 2000 éven át nyugaton alkotott, csak a marxista szemléleten át lesz érthető. Tudták azt, amit Viktor Csernyin, Lenin egyik segítőtársa a forradalomban, később úgy fogalmazott meg, hogy Lenin szerette a proletáriátust, de olyan despotikus, irgalmatlan szeretettel, mint századokkal elébb Torkemáda, a nagy inkvizitor szerette a keresztényeket, akiket mágjára küldött, hogy megmentse a lelküket. Térítették, nem is eredmény nélkül az írókat és újságírókat. A szocialista lapok munkatársait tanfolyamokon képezték át a kommunista szellemben szerkesztett lapok számára. Öreg szocialista újságírók szorgalmasan jártak a tanfolyamokra, hallgatták a tanokat, meg feltárták számukra, hogyan alakult át a marxizmus-leninizmussá. A szeminárium elmulasztása súlyos hiba volt. Orvosi igazolványjal kellett bizonyítani a távol lét jogosultságát. Ezek a világnézeti lelki gyakorlatok kezdetben felháborították a régi szocialista tolforgatókat, de rövidesen betörtek, beadták a derekukat, mert megértették, hogy a doktrína számolt lázadásukkal és tehetetlenek. A kérdésre, kik az előadók, egyik öreg növendék szomorúan felelte. Olyan típusbóherek, ahogy volt típuscipő és típus ebéd. Nem kellett sok idő, és a magyar társadalom látta, hogy a hittérítők, a szemforgató, igehirdető jövevények igazában a gyarmatosítók előfutárai. Mint a gyarmatosítás történetében már sokszor megesett a hatalom, amely elszánta magát, hogy erőszakkal és ármányjal birtokba vesz egy területet, először a misszionáriusokat küldte oda, akik körbehorták a keresztet, és megígérték a malasztot. Aztán átmenet nélkül megjelentek a misszionáriusok nyomában a fegyveres gyarmatosítók, és irgalmatlan harácsolásba kezdettek. Itt és most is ezzel a módszerrel élt a gyarmatosító keleti hatalom. A társadalom megértette, hogy az állam átváltozott ellenséges erővé, amely ellen minden módon védekezni kellett. Ez az állam, amit a kommunisták szuszogó buzgalommal tákoltak össze, a szó összetartó értelmében nem volt valóság. Minden folyékony volt, nem volt gerince semminek, minden kocsonyás volt, terület és hivatal. Törvény és rendelet igazi érvényességgel nem volt többé. Törvény csak ott van, ahol a törvény védelem is, nem csak támadás. De az emberek látták, hogy a törvény nem a többé védelmet, csak megparancsol valamit és elveszi azt, ami az övék. Ezért kezdettek állandó védekezésben élni. Védekeztek az állam ellen, ahogy lehetett, mert kitetszett, hogy a társadalom az intézményesített banditizmus korszakába jutott el. Látták, hogy a könyveket, amelyek a rendszer szempontjából nem kívánatosak, összeszedik és pincébe zárják. Ezt múlhatatlanul követi a pillanat, amikor az írókat, akik a nem kívánatos könyveket írják, ugyancsak bezárják a pincébe. Aztán az olvasókat, akik a nem kívánatos könyveket olvassák, és így tovább, logikusan. De a hittérítők az első két évben még óvatosak voltak, mert tudták, hogy ez a missziós gyarmatosítás jól jövedelmező kiszállás csak addig lehetséges, amíg a vörös hadsereg vigyáz rájuk. Minden esetre sietősen utánozni kezdették mindazt, ami a régi társadalmi hierarchiában ellenszenves volt. Például vadászni kezdettek. A vadászat ősi, férfias foglalkozás, de amikor a lapokban hírek jelentek meg, hogy a Moszkvából hazatért kommunisták körvadászatot rendeztek a Bakonyban és a Mátrában, a magyar újságolvasó felfigyelt, mert ez a szuperbarok körvadászat az új osztály honfoglalásának jele volt. És ez az új osztály aggályos fontoskodó ceremóniával utánozta a régi osztály privilégiumait, például a tegezést. A magyar tegezés a félmúlt világ egyik sajátos torsz különlegessége volt. A parasztok nem tegezték egymást, csak az öregek a fiatalabbakat. A munkások sem tegeződtek, az úri osztály tegeződött. Igen, sértés volt, ha egy úriember nem szólított a tegező szóval a másik vadidegen úriembert. Természetesen külön tegeződtek a kabátos keresztények és külön a zsidók, de megesett, hogy a zsidó kormányfőtanácsos aki a bérházban keresztény miniszteri tanácsosokkal lakott együtt, reggel hivatalba menett, a felvonóban fülelt, hát ha leesik neki is két emelet között egy tegezés, és akkor a hivatalban elmondhatta, előadtam barátomnak, X őmértóságanak, Veszprém megye villamosítására vonatkozó tervemet, és tudjátok, mit felelt? Azt mondta, igazad van, Rezső, felhívom a kegyelmes figyelmét érdekes tervedre. A tegezés értelme az volt, hogy aki tegez és akit tegeznek, a kivételezett osztályhoz tartozik. De már a házmestert, aki néha embernek is, magyarnak is legalább olyan jófajta ember volt, mint a kormányfőtanácsos és a miniszteri tanácsos, egyik sem tegezte, mert minek? Nem tartozott az osztályhoz. Az új osztály hittérítői lelkesen tegeződtek és becézték is nyilvánosan Matyinak és Zolinak szólongatták egymást. Az a bizonyos százezer ember, akiket húsz évvel később a cseh értelmiségiek a híres emlékiratban a kommunisták érdekképviseleti szövetségesének neveztek, buzgón sietett barátkozni a néhány százzal, akik Moszkvából más egyéb tennivaló mellett azzal a megbizatással érkeztek, hogy megszervezzék ezt a bizalmi kádert. Lehet, hogy a szám nem egészen pontos, de valószínű, hogy a becslési komponens nagyjából helyes. Mindig, nagy lélekszámú társadalmakban is, százezer körül van azoknak a létszáma, akik nem kommunisták, dehogy is. De sápért, kivételezettségért, szerepéségből, hiúságból, kapzsiságból, vagy bosszú társulnak a kommunistákkal. És mindenütt mindent elárulnak, amiben és akiben valaha hittek, ha megengedik nekik, hogy tunkoljanak a húsos fazékban. Kik ezek a prozeliták? Háromféle jellegzetes típust lehetett észlelni. Elsőbben a hívő haladó, aki hitt az eszmében. Több évtizede szovjet történelem minden tanulsága sem győzte meg arról, hogy az eszme elavult, emberellenes, hogy tökéletesen új termelési, elosztási, birtoklási rendszerek alakultak ki a világban, melyek gyorsabban, igazságosabban tudnak segíteni a dolgozó tömegeken, mint a száz éves eszme parancsolta. Hittek az eszmében, az egykönyvű emberek makacs, rövidlátó, szemellenzős konokságával nem akartak vitát, sem ellenérvet. Elfordultak, ha valaki elébük tartotta a valóságot, amely bizonyította, hogy az eltömegesedés, az industriális forradalom és a földrengészszerű technikai változások korában a monopolkapitalizmus évszázad előtti tüneteire válaszoló kommunista elmélet tökéletesen elavult és értelmetlen. Nem akartak tudni semmiről, ami a 20. században kísérteties gyorsasággal megvalósult, mert hinni akartak a 19. századból átsempészett, avit pergamenek szent szövegében, az eszmében. Ezek a lelki szegények, akik szentül hitték, hogy övék a mennyek országa, nem voltak sokan, de végül is hülyék mindig mindenütt vannak, és tudnak veszedelmesek lenni, ha társulnak a hatalommal. Aztán voltak a cinikus, erőszakos társutasok, akik nem voltak hülyék, amikor megvallották, tudom én, mi ez a zsivánság, tudom, hogy nem a dolgozó tömegek érdekében veszik el az emberektől a magántulajdon, a szabad vállalkozás és a politikai szellemi szabadság jogait, hanem ezen az ürügyön valósítják meg azt a szatrapavírcsaptot, amely egy cinikus és erőszakos kisebbségnek módot ad, hogy a jellem és a tehetség erőfeszítése nélkül jól éljen. Lehet, hogy rossz vége lesz, mert a vállalkozás emberellenes, de nekem még kitart. Hát akkor, dáva, gyerünk, megyek velük. Ezek többen voltak, mint a hülyék, de ők sem voltak a többség. A kommunistákkal társult százezes segéd nagy többsége nem csak az országokban, melyeket fegyveres erővel vagy más erőszakos praktikával szállottak meg a kommunisták, hanem máshol is, mindenfelé az úgynevezett szabad nyugaton az a fajta neurotikus értelmiségi volt, aki semmitől nem retteg úgy, mint a veszétől, hogy egy nagy változás forgatagában kénytelen a neurózisával egyedül maradni. A neurotikus, aki menekül a pártba, mert nem tud és nem mer magányos maradni, akinek tartozni kell valóvá, aki csak akkor nyugszik meg, ha bűvös palást egy foszlányával takarózhat, és felöltheti az időszerű társadalmi világnézeti egyenruhát. Ahogy vannak dühöngésre hajlamos idegbajosok, akik egyszerűen megnyugodnak, ha felölthetik az ápoló fehér zubbonyát, vagy felhúzhatják a mundért a szerzetesi kámzsát. Megnyugodnak, mert a pillanatban, amikor a világi vagy klerikális egyenruha védőket már nincsenek egyedül a személyiség félelmes felelősségével. A neurotikus, aki vinyogva tolakodik, mert tartozni valahová számára az egyetlen megnyugvás, ő volt a többség, a százezes segédcsapatba. A régi, ortodox, szakképzett kommunisták tudták ezt és nyájasan bíztatták, tegeződve nógatták, hívogatták a segéderőket. A banda során később többjének a nyakát elvágták, mert az erőszakos rendszerek nem bíznak senkiben, és senkivel nem olyan kérlelhetetlenek és kegyetlenek, mint a társutasokkal, akik nem fizettek be a múltban, de később jelentkeznek, hogy ők is keresni és érvényesülni akarnak. Az egyesülés, amit a kommunisták meghirdettek, tehát a régi, szociáldemokrata értelmiségi és vezető réteg kiirtásának első menete, ez a csapda ennek a könyörtelen gyűlöletnek egyik logikus áttétele volt. A munkásság megdöbbenten látta, hogy a szociáldemokraták egy megfélemlített vagy tolakodóan szerepéhez csoportja beleegyezik a munkásvédelem egyetlen cselekvőképes szervezetének, a szakszervezetnek kasztrálásába. Az Egyesült Új Osztály most már társadalmi értelemben is kiállott a nyilvánosság elé. Estélyeket adtak. Operaházi díszelőadásokon a proszténum páholyokban mutogatták magukat. A nemzeti kaszinóta a magyar arisztokrácia rossz emlékű fellegvárát pépesé őrölték a légi bombák és gránátok, de rövidesen megnyílt az új kör, amelynek tagjai a százezerből kiválogatott felsőbb kétszázak voltak, tehát a kommunista elit és a velük egyesült szocialisták, aztán írók, újságírók, művészek, akik nem merték visszautasítani a szíves meghívást, vagy éppen könyökkel tolongtak, hogy engedjék be őket is az új kaszinó minden jóval és kellemességgel, dúsan megtömött termeibe. Gyorsan, néhány hónap múltával megvalósult az elpusztult régi hierarchikus társadalmi karikatúra nyomában az új torszkép. A Nemzeti Kaszinó helyében megjelent az Exkluzív társas Köre. A semmittevő grófok és léhüttő plutokrata Jampecek helyében jelentkeztek a pöffetek, lebzelő arrivisták, a zsebállamtitkárok, a mini hatalmasságok. Adi még percemberkéknek csúfolta a régi Magyarország kivételezetjeit. Ezek az új prominensek mohon siettek szerepelni, tömni a zsebüket és a hasukat, mert már csak másodperc voltak, akik tudták, hogy tanácsos stopperórával mérni az esélyek időtartamát. Tudták, hogy a vörös farsang bőtje számukra minden pillanatban elkövetkezhet. Nem a megsemmisített múlt ellenfeleitől féltek, hanem patrónusaiktól, a kommunistáktól. A társutas, aki elvei fenntartásával, de mutyizik a maffiával, végül mindig az első, akit eltesznek az útból, amikor a maffiának már nincs szüksége rá. És a maffia harcok gyakran véresebbek és kegyetlenebbek, mint a reguláris ütközetek. Egy ilyen társutassal beszélgettem a reggelen, amikor 1948 tavaszán a pesti vörös rádió először kezdett hörögni Tito láncos kutyái ellen. Fölkeresett lakásomon sápad volt. Ez a legnagyobb szerencsétlenség, ami a szocializmust sújthatta, mondta hebegő szájjal. A nagy szakadás, a skizma a kommunista világban ezen a napon lett nyilvános. Stálin kiadta a parancsot, hogy írtó háborút kell kezdeni Tito és mindenki ellen, aki szabadulni, függetlenedni akar a moszkvai fennhatóság egyeduralmi felsőbség alól. Látogatom, kitűnően viselkedett a náci korszakban, amikor származás és meggyőződése miatt ő is osztotta az üldözöttek sorsát. Bátran mentett ártatlan áldozatokat, és éppen ilyen bátran, emberségesen segített most, amikor fordult az idő, a vörös terror veszélyzónájában mindenkinek akinek szüksége volt segítségre. Szociáldemokrata volt, egy szocialista napilap szerkesztését bízták rá. Amikor a kommunisták meghirdették az egyesülést, nem tudott védekezni a terror ellen. Fogcsikorgatva és útállattal ő is odaállott az emelvére, és egyesített. Tudta, hogy ez a vállalkozás a morális öngyilkosság egyik válfaja, de nem tudott védekezni ellene. Most dadogott, ez tragédia, mondotta. Elkísértem az utcára. A sarkon plakát ragadt, titót ábrázolta, az érdemrendes, dagat mellü, díszruhás balkáni tábornokat, aki néhány héttel elébb járt Budapesten, ahol nagy parádéval fogadták. Néztük a viharvert falragaszt. Megkérdeztem, mit gondol, miféle ez a Moszkvából hazatért kommunista garnitúra? Van-e közöttük úriember? Látogatóm értelmes ember volt, rögtön megértette, mit akarok tudni. Az úri ember minden társadalomban ritka emberi tünemé, tehát nem a címeres, monoklis, racsoló és uraskodó kaszinótak, hanem az ember, aki függetlenül társadalmi helyzetétől tudja, hogy a Velszi Herceg címerének jelmondata, Ich dien, és hallott arról, hogy a szamurái regulág egyike megparancsolja, a szavadat akkor is meg kell tartani, ha egy kutyának adtad. Az ilyen úriember mindig ritka, de Magyarországon is akadt ilyen. Ismerősöm gondolkozott, aztán komoran kimondotta: Úriember, ezek között egy sincs. Olyan határozottan mondotta ezt, mint Menken, az amerikai eszéíró, aki a harmincas években egyik tanulmányában keserűen állapította meg, hogy a kommunistákkal nem lehet együtt dolgozni, mert nincs közöttük gentleman. Megkérdeztem, ha ez igaz, miért dolgozik együtt velük? Mert politikus vagyok, mondotta, és úriemberekkel emberekkel nem lehet politikát csinálni. Sápadtam ment el, vissza a szocialista lap egyesíteni. Kevés időm múltán a rajkperrel egy időben letartóztatták, a kommunista vésztörvényszék hét évi börtönre ítélte. 20. fejezet Mint a kártyás hajnal felé a sárga ujjaival a fraknadrág zsebében pisztolyt keres, és egy hang azt mondja, még nem. Ő meg, és néz vissza a világra. Mi maradt még? A hold, kína, a fjordok, Szent Ferenc pőrén s halottan volt boldog. Vesztettél, állj fel és köszönj, szemed megint a csillagra emelheted. 21. fejezet De hol volt ez a csillag? Nem láttam semmiféle útmutató jelet az égen sem, a földön sem. Minden nap sok minden történt és egy napon megdöbbenten észleltem, hogy velem is történik valami. Észrevettem, hogy unatkozom. Az unalom nagy veszély, erkölcstelen és életellenes. Addig soha életemben nem unatkoztam. Megéltem egy és mást a magam módján, de az unalmat nem ismertem. Magamban néztem, aztán körülnéztem, csodálkoztam, mi történt. Csak később értettem meg, Unatkoztam, mert az állandósult gonoszság a buta és csökönyös tisztességtelenség vett körül. Semmi nem olyan unalmas, mint a bűn. Szátáne pűr, írta Mariten. Igen, csátán tiszta, mert nem hazudik. Nem akar mást, csak a bűnt. De a bűn buta és unalmas.